Pacsi mindenkinek! Szevasztok! Szevasztok, szevasztok! Kezdjünk egy kis konámba akkor itt is bele. És akkor vissza is adom a hangot amúgy, hogy akkor mi is a mai téma. Csak elfelejtettem. Letáborozni, de majd így van, ezt így van. Mindjárt megbeszéljük. Megyünk egy másik helyre. Éppen táborozni még azon gondolkozunk, hogy ki milyen fegyvert akar használni. Én most kaptam egy ilyen... Hát kicsit amúgy ilyen gladiátoros ez a páncél, nem? Várjál, amúgy tetszik. Máté csinált nekem egy új páncért. Viszont a fejes az annyira nem biztos, hogy jó lesz. Nem próbált föl. Jó, ez a fejes, ez nem tetszik, ezt visszarakom, ne haragudj, tényleg nem tetszik. Mutasd csak milyen, azt a fejes, Nici. Milyen valami, fejes szeretnék? Valamilyen római is feelinget szeretnék, vagy nem is tudom. Ilyen oldaltarajosat? Hát például, igen, most nem látok semmit, most mindent kivettetek. Jó, basszus, lehet, hogy én vettem ki magam. Te vették ki mindent. Bocsánat, véletlen volt, igen, misklikkeltem. Igen, nekem is szokott ilyen lenni. Ezt droppoltam, ha azért van nálam egy csomó. Úgyhogy most megnézem ezt a fejest, jó? Magunkat kicsit. Ami azt illeti, hogy ez csúnya. Rengeteg alapanyagot majd el fogunk vinni, meg minden. Csak kiválogatjuk, hogy ki milyen fegyvert akar használni. Én szeretnék mindenféleképpen egy olyan körpajzsot, de én ott nem tudok csinálni. Majd azt csinálsz nekem egyet, Máté. Aha. Mindjárt mondom, hogy melyiket kéne. Ilyen stílben, vagy valami van már? Hát nem ezt. Az nincs, az még messze nincs. Hello Gaming Panzer, hello. Mondani nekem, hogy merre vagytok. Persze, mondok neked egy kordit, jó? A Zsófit első körmét megvárjuk. De én oda megyek szívesen a toronyhoz, hogyha ott van. Na, hogyha hát megnézed itt vagyok a parton. Ha megnézed a térképet, akkor a 8-as és a 9-es közötti vonalon vagyunk, hogy bejön a vonal konkrétan a partra, ott leszünk fent, ahol elkezdődik a, hát ilyen sárgás-zöldes terület. Elindultam a part felé, azért biztos, ami biztos. Oké, akkor Maci összeszed közben. Kell gyártanom kötelet. Ja, meg nekem rengeteg aho evelhám van, ebből lehet, hogy csinálok potit, aloe potit, és akkor az is majd lesz mindenkinek. Kicsit állítottunk a szorzókon, nyilván, hogy mivel mi játszunk csak itt, látjuk, ez kell ilyen alchemical base. Éppen kutyákkal harcolok. Van sima, ez jó lesz most nekünk a sima. Hát Máté, ez a szorzó, ez még mindig eléggé gyatra amúgy, nagyon lassan készül a poti. Ugye, mondtam én neked. Igen, a potit azt lassan csinálja valamiért. Lassan. Jó, hát ezzel nem tudok mit csinálni. Meggyel, ciao ciao. Nézzel meg, mert tök felesleges, hogy most ennyire lassan. Merre vagy pontosan, Zsófi? Ők itt van olyan cucc. Tegyek meg a parton. Jó, nézem. Juhaj, kutya. Oké, okay, jó. Itt a sok hajó között vagy amúgy? Hajóroncs? Igen. Én szeretnék egy másik fegyvert is kipróbálni, mint amivel eddig harcoltam. Sosem használtam javelint. De most ki fogjuk próbálni. Nem, hogy várjunk. Picit átnézzük itt a dolgokat, addig úgyis mindenki megérkezik a streamre, és akkor aki szeretne, és akkor meglátjuk. Az a baj, lehet, hogy csak én nem látom Zsófit, amúgy, mert itt vagyok a hajóroncsok között. Köszönöm szépen, Ton Hill, sziasztok, szép estét mindenkinek, jó játékot, köszi szépen, köszi. Zsófinak új a mikrofonja? Nem, Zsófi itt van a naphajón, és az én laptopomról játszik. Azért ilyen most a hangja, úgyhogy sorry, hogyha nem annyira tökéletes, de nem úgy szerintem egész teljesen jó. Ahhoz képest, hogy egy laptopról játszik, szerintem teljesen jó. Meg a laptop mikrofonjáról, nem? Mi nem arról? De a laptop mikrofonja ráadásul, aha. Úgy, hogy a laptopnak gondolom megy a hítése, nem? Na jó. Itt vagyok ennél a világító izénél. Mindjárt arra megyek, csak köszönöm. Nézd meg, Stark, csináltam egy másik izét neked. Kisakot. Amik olyan jól néznek ki, amire gondolsz, az heavy. Szerintem. Azt nem fogok tudni még csinálni neked. Jó, nem probléma. Mindjárt megnézem. Van heavy armor. Hú, ez jó lesz, ez rohadt menő, ez tetszik. Ez nagyon jó, ez így fullos. Na, látlak. Ez nagyon tetszik, ez menni fog a... Most az a páncél kéne nekem, ami ilyen kör alakú. Behívlak. És van az oldalán kettő ilyen bemélyedés, az argonos, azt hiszem, vagy valami hasonló. Azt is itt lehet gyártani, azt hiszem. Én is úgy tudom. Eldobjuk a sót is, eldobom, a feng se kell. Ah, van ilyen fine pelt, szerintem az lesz az, ami nem... Itt vannak ebben shieldek itt a ruhásnak. Megint azért vagyok olyan retek nehéz, hogy megint kivettem mindent.
Itt van a házunk, hogy pont látod előttük. Ó, köszi. Á, ez nagyon köszi, köszi. Nem szőlőt. Lesz mit tenni a live alatt. Itt jobbra a szél, így fel tudunk menni. Hogy kipakolta minden mindent. Kell nekünk... Kidobjuk. Pöve húzva a craft. Hát az maradhat. Nem kell. Laska, nem kell, az aranyat azért azt elviszem. Ez az Iron Hammer, ez... Ezeket mind így. Az is eléggé nehéz. Na, én vagyok a béna, már megint. Mi ez a lag? Az neked van, nekem nincs. Nálam sincs, emiatt voltam nehéz. Ezt most nyugodtan kidobhatjuk, most erre semmi szükségünk nincs. Erre sincs. Ezt nem tudom, most így fejből micsoda. Hogy vagytok, srácok, meséltek valamit. Ez a Javelin, ez ilyen pici. Elindulunk itten körútra. Na, már te sikerült a pajzsot, vagy valamit is sikerül vele alkotni? Kell egy pajzs, milyen pajzs kell? Na, kerek mondom. És a két szélén ilyen bemélyedés? Igen, igen, ha? De mindjárt mondom a nevét, egy fél másodpercet, hogyha vársz. Argosean Shield? Azt hiszem igen. Igen, 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 az kéne. Az ilyen szép kör alakú. És van szép mintája is. Kell hozzá branch 5 darab, és akkor le tudom gyártani. Itt van 5 darab branch a izébe. Ebbe. A... Bicsodába szerintem. Már nem. Rakom is, már rakom is be, gyere. Na, bele is raktam neked. Jó vagyok, Gaming Panzer. Okay, köszi, köszi. Jó vagyok, jó vagyok, jó vagyok. Ott van Tassék. Amit köszi, kér, köszi. Kérnék Stark tőled, egy vasbaltát, meg egy csákány tudnál nekem készíteni? Persze, 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 már csinálom is. Köszi, kö. A Zsófinak is kell, úgyhogy csak kettőt, jó? Jó. Ja, jó, azt nem kell semmi, egy szót sem szólt. Zsófi megérkezett közben? Itt van, itt van, itt van. Itt van. Csinálj valami ruhát Zsófinak. Itt egy médium armor ebben, úgyhogy ezt vegye fel. Az jó lesz egyelőre, és akkor lassan meg tudunk indulni. Nekem lenne egy 10 perces dolgom. Jó, akkor addig nézőgetjük a dolgot. A dolog, amit szeretnék mondani, hogy én mindent tudok cipelni, mert én kifejezettem maxra a cipelést, hogy tudjunk átcipelni dolgokat. Jó, az nem hülyeség. Azt kéne csinálni amúgy, hogy minden, ami kell, tehát most oké, hogy itt ég egy csomó minden, és amúgy tök sok mindenünk van, egy csomó vas meg minden, nem fogunk tudni átvinni mindent, csak a fontosabb dolgokat vigyük. Hát figyelj, úgyhogy... én így fullosan tudok futni, és fullon vagyok már 300%-on. Ha. És kivettem mindent a tűzhelyből. Srácok, a chatet kérdezném közben, nincs valami olyan pajzs mellé használható dárda, ami hosszabb, és lehet vele szurkodni? Mert ilyen izét akarok, ilyen... Mi az ilyen? Hát ilyen dárdás páncélost, ilyen... Fú, nem teszem be hirtelen a neve. A Javelin az oké, csak az olyan picike. Olyan pike-ot akarsz? Aha, mint egy ilyen pikeman, vagy valami olyasmi, ajaja. Oké, például kaja ne legyen nálatok sok. Én nekem aloe vera kéne. Most itt azt már kiszedtem inkább a másik részeke. Nekem annyi lesz, hogy sokáig nem fog tudni futni, de mindent elviszek. Az mondjuk jó. Figyelj, kipakoltam a két tűz helyet, meg az egyik szekrényt fúra. Nekem kéne egy rövid kard. Mindenféleképpen. Ez egy hajó lesz, ez nem lesz semmi, mert ezt most már itt hagyjuk, ezt a bázist. Bentebb akarunk menni a térképen. Tényleg az mindenkinek jó-e, hogyha megnyitjátok a térképet, akkor ugye van tőlünk jobbra az a folyó, ami megy fölfelé, ahol legutóbb voltunk, és ott van egy sziget. És nem azt mondom, hogy a szigetre költözzünk, mert a sziget maga az eléggé kacipántosan néz ki. Végig a parton, nem? Csináltam valahol, neked egy pike-ot. Aha, végig ott a víz menti, a folyó mentén bent. A pike-om nekem is van. De nézd meg, ez nem tetszik. Itt ebbe van. Ugyanilyen nem van, Máté. De ez kétkezes. Ja, ez kétkezes. A Javelinben ugye az, hogy ez egykezes. Uh-huh. Valahogy ezt el tudom dobni, de ezt most nem tudom, hogy, mert sose próbáltam. Szeva új főni! Görgőlenyomás. Hogy vagy főni? Mi a pálya főni? Várjál, ez hogy lehetséges, hogy eldobtam? Hát, mivel hogy nem ellenségbe dobtad, nálad maradt valószínűleg. Most hol a Javelinem? Invertoridba? Nem, nincs nálam. Ezt most nekidobtam a falnak, és... Jó.
Köszönjük szépen, ez a Javelin ez nagyon nagyszerű. Felnőztem az a feladatot, az ne aggódjál. Jó lesz el te oda? Tudom, valami olyasmi. Sőt, szakértelmed is megvan hozzá, amit szoktál beletenni. A Greatsword-ök azok kétkezesek, ugye? Igen. Valamit ki kell találnom, valamit gyors ki kell találni. Maci, akkor figyelj, dobálok ide ki neked középre dolgokat, te meg vedd föl, jó, amit vinnünk kell. Persze. Figyelj, én felemeltem egy tűz... Gáj, nem azt mondom, hogy gáztűz helyet, de egy tűz helyet is felemeltem, úgyhogy... Én elviszek mindent, ami kraftolós, az nem jó? Köszönjük szint, sok vas lenne jó itt az elején. Figyelj. Hát azt csak találunk ott is. Hát az elején... Hát igen, mondjuk igazság szerint mindent ki tudunk ott farmolni. Ezt azért csak elviszem ezt a kicsit. Ez csak vérzést okoz, a dárda is egész jó cucc. Kell egy kicsi kard, meg valami még... Hoppá. Aha. Várjatok, itt a fegyvereket még egyszer átnézzük, hogy mi az, ami nekem jó lenne. A Warriorban van... Egy szúró eszköz nincs, viszont ezek egykezes kardok. Ez mondjuk nem lenne rossz. Hogy vagyunk este? Jól vagyunk. Éppen most raktárt játszom, nézzétek meg. Ez én vagyok, ez mind én a raktár. Jézusom, na ez. Ez kell iron bar. Maci, tudsz egy kis... Nem kell, itt van ebben. Hát mindegy, figyelj, a blacksmithet is, meg itt a tárlókat kipakolod, aztán viszünk mindent, amit majd. De nem még, hát most akarok craftolni! Forszívom! Na, engedj bele, mi kell? Vas, tessék! Vas meg kéne, izé... Bot, mondjad, mi? Mi az bot? Ilyen. Jó, tessék, ez kell. Azt meg, kéne lépj! Nem lépek ki, én itt maradok. Megnézzük ezt, hogy ez milyen. Ez így mondjuk elég menő. Ezt a két dolgot, ezt még Zsófinak ki kell szednie innen. A alul, a balta meg a... Ja, csákány. Ja. Jó. Ez megvan, ezek más dolgok. Ezek annyira nem kellenek, ezek ilyen... Egyéb kardok, egyéb okosságok. Vártok akkor a longsword, az nem feltétlenül... Az majd Star Metal kell, ezek már komolyabb cuccok, ezek jók. Itt vannak a pajzsok, itt vannak az erősített pajzsok. Ezek a kétkezes fegyverek, garantáltan. A Spirit az biztos, hogy nem fogom tudni, még a katana is kétkezes, jó. Ezt nézzétek, mindjárt készen van a kicsi kutyuli még, azt megvárjuk, azt nem hagyjuk itt a kutyulit. Oké, ezeket szintén nem fogom tudni felvenni. Az az egytud, hogy a kutyulit nem hagyjuk Javelin. Itt. Akkor nincs kajája, de van kajája, de nem sok. Lenne, hogyha kicsit hosszabb lenne. Rakni kéne bele kaját, nincsen kaja nálam. A gondom az lesz, én szerintem szomjas leszek. Azt írja, hogy után. Rövid. Húha, az viszont baj lesz. Hát nem tudom. Ezt is fel lehet emelni. Mindegy, az biztos, hogy ez így meg lesz nekem ez a duó. Ez a Javelin-es sztori, ez kicsit ilyen... Ebből legyártatok kb. 10-et, és akkor ezt dobálhatom bele a dolgokba, csak félek, hogy nem sebez olyan nagyot. Az az igazság. Beteszünk át kutyulinak, biztos legyen még. Igen, ilyen spártai harcos szeretnék, olyasmi. De akkor csak simán rúgdosd lefele mindenkit a hegyről. Uh-huh. Az úgy megy, mindjárt megnézem, hogy milyen kombók vannak. Nagyon fontos, mert megváltozott a harcrendszer, és nem igazán vagyok mindennel tisztában. Köszönöm szépen, kedves Backspace-nek a csatornatagságot. Üdvözöllek a csatornatagok között, és köszönöm szépen a támogatást. Köszi, koma. Vagyad, már az egész menőn néz ki. Én gyerekek, én hát, szó szerint egy raktár leszek, akkor én ezt szeretem. Én elcipelek mindent ezzel, is. Ezzel döfni is lehet. Jézusom. Egy darabig nem lesz gond, az már biztos igaz. Nem nagyon tudok vele ezzel futni. De ilyen spártásan mozogsz bennem. Aha. Buti csak, nem láttam, bocsánat. Várj, figyelj, mutatom. Mutatom a... Na ez igen, ez az, aha. Ez jó. Csak lehetne hosszabb a vége. Hát olyan rövid, nem? A hátulja. Na mindegy, fura. De hát igazából igaz. Most én erre azt mondanám, hogy az Assassin's Creed Odyssey-ben pont ugyanekkora a dárd csak. Most ha
azt nézzük alapul, és ő is Spárta itt játszik. Na, közben amúgy mondanám, hogy van, nyugodtan elhasználhatjátok, van kettő Simple Reinforce Kit, ezt rá lehet húzni, igen, ráhúzom Zsófokat az éjjére, a baltáira, meg a csekkenyel, ezt sem. Mindegy, van egy ilyenem, ez is ilyen távoltartó eszköz, hogyha sokan ütünk valamit. Aaron 12, köszi szépen a költést, üdvít, hello, hello. Az, hogyha meg... Aha, jó, ez nice, ez szett, ez szett, ezt meg kell szokni, hogy velünk, hogy van, van a jobb klik, a bal klik, meg van most... A, ugye az alta izé, és van most valami speciális támadás is már valamivel. Például kétkezes karddal. És mi a speckos támadás? Az hogy hozzad elő? Ez milyen dodge már? Figyeld már milyen lassított. Ez mi? Hát a heavy-ben így valami... De nem heavy-be vagyok. Nem? Én se. Hát én... Medium-ba. Máté, de heavy-t csinálta nekem, Medi? Máté. Mi? Medium. Ez heavy. Én sem bukfencezek valami gyorsan, de... Azt írja, hogy ez heavy armor, amit nekem... Mindegy, jó lesz ez. De medium cuccokat kellettek hozzá csinálnom. De ez nézett ki úgy, amit te akarsz. Nem bukfencezni, csak így arrébb ugrott el. Ja. Mindegy, ez nekem jó lesz. Mert például a kétkezes karddal valami más lett a lecsapás, azt hiszem. A mediumból csináltam az armorodot, heavyből nem tudtam, mert abból a tikleder kellett. Próbálj meg lecsapni egyet, lehasítani a földre. Nem tudom, hogy kell. Igen, mert arra van valami speckogom most. Olyan van valahol? Van, itt kint. Közben. Így, itt. Kint van. Ez. Meg a víz is itt van a kút. Ugye megyek a szétcsapok valami. Tele kész vannak már az állatok? Hol a tevén? Egy mindjárt készen lesz, a kutya mindjárt készen van. Nem már a tevén még ilyen kell, ilyen sokáig? Hát elviszem hát. A tevémet akkor magammal. Hát inkább elvisszük. Elvigyem. Elhozhatnád, ha a tevét vedd ki, a kutyát meg megvárom. Van. Ez... így. Ez melyik gomb? Control és a jobb klik. Ha. Hát ez nekem ugyanaz. Meg Gombol a jó control bar klik a csatornatok is. Közben üdvözöllek téged is a csatornatagok között. Köszi szépen. Mi lesz a faházzal? Milyen faházzal? Nem tudom, milyen faházról van szó. Igen, egy pillanat még. Jó, Zsófi eszik, iszik, és akkor összeszedi magát. Kivette Zsófi a csákányt, meg a cuccost. Mondjuk valaki felbusztolta. Most értem vissza. Valaki felbusztolta már neked. Az én voltam. Hát itt van kettő izé, de ezeket bármikor összeszedjük. A kitint esetleg el lehet onnan még hozni, Maci. Ami értékesebb. A tart azt vigyük el. Meg itt van 115 shape build, az már le van craftolva, úgyhogy ezt érdemes lenne. A zicsort azt hozom én, mert az is jó dolog. Oké. Okay. Ó, van itt kötél, ezt elviszem. Hát a brimestone-t is hozom, mert az is kell. Okay. Hector! Amenó! Köszi szépen a követést! Üdvít, hello, hello! Egy light armor, amit én akarok építeni, fú, én terveztem olyat, srácok. Nem tudom, majd meglátjuk. Én igazából terveztem egy ilyen... olyan dolgot, mint ami, mint hogyha egy hajó lenne. Egy roncshajó, de majd még átgondolom. Inkább egy fogorút akarok építeni. Most azon gondolkoztam. Ezt még Grundárral beszélgettük, azt most itt lehet megvalósítom. Légy szíves, meg a Steelfire-t is. A 448 tart, azt hol vigyük. Én hozom amúgy az ágyamat is, szerintem. Az nem rossz ötlet. Hogy egyből le tudjuk tenni, szerintem ti is tegyetek hasonlóan. SF Promix 2002, köszönöm szépen, vagy az lehet 2002, köszönöm szépen a kaki emótot. Nagyon aranyos vagy. Na, oké, és akkor meg is vagyunk igazság szerint mindennel, és hogyha Zsófi leokézze, akkor mehetünk. Kivéve a kutyus, az még nincs meg. Igen, most itt vagyunk, lesz másik. Ebből kipakol valaki? Ebből pakolj majd ki valaki nekem. Melyikből? Abban, csak fegyitek ki a földre. Úgy csak kell, vagy valami máshova tegyétek át. Kösz. Igyatok egyébként. Igen, most felszerek mindent is. A kutat nem lehet felvenni sajnos, de... Soha tettétek a kutyát? Várj egy kicsit, az a kutya mindjárt elkészül. Jaj, nem, ne jó, kívülről nem látszódott, bocsánat, igen. Az a kutya nyugodtan kész lehet. Úristen, és meg lehetne mutatni az inventorimat, ha megmutatnám neked. Jó, 810%. Elnyomj egy print screen-t róla.
Hát igazából látszik, vannak akik látják, úgyhogy nem kell aggódni. Maci streamel! Egy kis gömcsomó. Persze, persze, simán. Jó, mindegy, hozd akkor a kutyát és azt menjünk. Nem már, most komolyan várjam meg megint a kutyát. Úristen. Matt Jones, miért vagy unconscious? Azért meg kidobott, és lefagyott a játék. Hát akkor még megvárjuk, és akkor hátra kész a kutya. Hát ez hihetetlen, hányan vagyunk itt? Mitől sérültem meg? Megsérülök ezen a falon. Erre szükség van, erre szükség van. Erre szükség van, szükség van. Ez okay. Hihetetlen. Elindulunk, ott leszünk, kész. Ott már mehetnek majd a dolgok. Medi, adok egy kis ganét, mert nem hallom, amit mond. Medi! Medi Jones. Köszönöm szépen Nyogre, illetve Miniboynak a Miniboy. Like-ot mutató kis csibét. Köszi, köszi. Ez egyre jobb lesz. Így van. Az a kiskutya most már tényleg meg lehetne. Ez ki? Ez az Andris. Ez a Zsófi. Megvan mindenki. Akkor menjünk. Akkor hozom a kutyát, akkor már mindegy. Let's go, menjünk. Hozzátok, hozzátok, azt induljunk meg. Végre. És akkor mutatom az utat. Nézzük, micsoda fegyverem van, szívem. Neked? Kitől loptad? Szép, ugye? Nekem az egyik ládában volt. Na. De én most üzé, spártai harcos vagyok, úgyhogy velem ne kezdj. Én Pikeman vagyok. Mister, ne kezdjé ki velem. Jó, nem ott megyünk a törést, itt megyünk jobbra tovább, szépen. Kell próbálni úgyis. Levi Sars, köszi szépen a követést, hello, hello! Hova megyünk, vagy hova költözünk? Amúgy már nem emlékszem. Ahol legutóbb voltunk. Igen, igen, ahova legutóbb elmentünk, oda költözünk, mert Mátének is tetszett, meg senki nem ellenezte. Hát nem tudjuk, hogy a környéken ott hol van Brimstone, ez tény. Elég kevés hely van, ahol amúgy fixen sok Brimstone van. Hozzá kell Janika, tenni. Köszi szépen a követést! Nem tudom, hello, hello! Nem érem ott a kutyádat. De most én leszek az, aki nem harcol inkább. Helyes, helyes. Te most a szamár vagy. Hát most igen, ezt is mondhatjuk. Az őszfér, aki viszi a dolgot. Jó, itt megyünk be balra. Ez jó, ezt gyertek. Így ennyi a futás is, talán hello, szia. Ez pont elég. Tök hangulatos itt a zene, nem lehet ez picit hangosabbra venni? Robcsi, neked is köszönöm szépen a követést. Üdvít, hello, hello. Meglátjuk. Kaját is elhoztam. Mellettem itt valaki úgy lebeg, mint a... Nem tudom én, egy ilyen... 90-es években Nintendo játékban a karakter. Akkor jó. Ez akkor nem. Itt minden lehetséges. Ja, pontosan te vagy az Andris, nagyon ügyesen tolod. Na. Maci, ha ne adj Isten lemaradnál, szólj és visszamegyünk érted. Még bírom a tempót, úgy nézem, hogy nem sok, nem nagyon futtok ti se. Legalábbis te. Nem. tényleg. Na. Vérenyeltem a szőlőt. Hát ilyen... A chathez lenne kérdésem, aki játszott már esetleg ezzel a DLC-vel. Valaki talált-e már lovat? Viktor Hun. Köszi lov. Szépen a követést. Lehet, hogy ez területen lesz. Nem. A francban nem. Jézusom. Hát ha oda mész, aztán izé... molesztálod. Nézzük a javelint. Boost it! Block and attack! Az az enyém, az a disznót! Jézus! Mennyi minden! Itt van a táskában a dzseveled. Adjátok, ez az enyém! Ez egy sündisznó már. Figyelj, én felvettem egy ilyen fegyveredet. Oké, ez hogy működik? Majd a nagy lomba... Itt van, tessék, kiszedtem. A nagy lomba megtaláltam. Itt van a táskában még. Köszi, 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 mert... Mehetünk. Azt mondja, hogy merre megyünk? Balra, ugye? Innen. Mert a kettőt elhagytam. Valaki dobott ki még? Itt van egy, itt az acsiba volt egy, nem? Én hús meg bőr dobtam ki, mert túl sűs voltam. Ez rohadt menő volt. Menjünk, gyertek, gyertek. Te a part mentél. Nézd már! Bambi megzápult ott a túlról. Megzápult? Kicsit megdöptem egy késsel. Andris milyen kedves.
Hú, srácok, ez a máhás ló, amit megy. Ez ugye igen, de nagyon ritka. Egy órán át futkároztam. Komoly. Van egy kis cucc a táskámban, jelen pillanatban. Van mit cipelni. Konkrétan egy bázis cipelek. Jó lesz ez, jó lesz ez. Hopp, gyere csak, Bambi! Bakker, és megyünk, és minden állatot lemészárolunk, aki ez mondja. Hát tudod, kell csinálni. Ez nem azért van, mert mi ilyen rossz életűek lennénk. Ez azért van, mert XP. Hát látod, a krokodil is aggrózik. Mert nem vagyunk mindannyian 60-as szintűek. Nem gyilkosok vagyunk, csak fejlődni akarunk. Igen, igen, amúgy nem vagyunk 60-as szintűek, igen. Ami nem öl meg az XP-t ad. Így van, így van. Az igazi gamer. Én a 300-ba érzem magam. Tessék, én három krokodillal harcolok egyszerre. Mekkora király vagy. Lesz a barátom. Jaja. Ja, Heki nincs, mert Heki három nap alatt nem tudta letölteni a játékot. Jó, nem volt hely most a gépén, de nem tudom, hogy most direkt nem akart. Merre mentetek tovább a folyón? Igen, a folyón kell végigmenni, ha. Itt le lehet vágni majd amúgy. Krokodilt szelítettem, azt lemaradtam. De amúgy itt is vagyunk már, nem? Igen. Igen, meg is jöttünk konkrétan, csak kiválasztjuk a helyet, és először építsünk egy közös kecót, szerintem én azt szorgalmaznám. Jó, jó. Hát, igazából figyelj! Közösbe fogunk lakni, hát tőlem lakhatunk közösbe, nem? Mindenki lepezi a szobája. Most csak pont azt mondtátok, hogy nem volt jó a panelprogram. Hát döntsétek! Én nagyon adnám. Igen, egy panelt ide is felhúzni. Ugyanazt, egy az egyben. Lehetőleg a legdrágább alapanyag. Barna CU! Igen, hát most az a kérdés. Remélem jól mondtam. Kösz szépen a követést, hello, hello! Építsem én... Saját. Tehát mindenki szeretne saját kecót építeni? Persze, én építek egy fogadót. Ja. Én tényleg? Tényleg, én tényleg építek egy fogadót. Mindenki építsen egy sajátot, és akkor esetleg építünk egy olyat, ami ilyen közös bázis. Meg nem jó, tudom. Hova szeretnétek? Tehát városházra. Ha megnyitjátok a térképet, látjátok, hogy ki hol van. Jó? Tehát csak egy tiszta legyen. Szerintem oda le kéne menni a partra, hogy egyből a víz mellett legyünk. És mit szólsz hozzá, hogy én ide fentre építek egy fogadót? Nekem tök mindegy. Bár lehet, hogy én bevállalnám konkrétan a szigetet. Hajrá, és akkor innen látni fogjuk azt. Akkor már egy fél év, mire átmegyünk egy helyről a másikra. Jössz, te is fogadót építeni? Hogyne, hogyne. Most föl kell mászni, vagy meg kell kerülni. Hát, mi az a kék ott fent? Köszönöm szépen közben... Bauer Szabinak, bocsánat, nem láttam. Sziasztárk, jó játékot, köszi szépen a támogatást. Ne nézzél hülyének, Medi, igazából nincs elég fanálam, tudod. Igazság szerint lifttel bármit meg lehet oldani. De ez Zsófi, szívem... jó, oké. Okay. Nem baj, a ruha olyan volt, ugyanolyan volt. Szívem, oda költözünk a szigetre? Na, mehetünk. Figyelj, én azt mondom Stark, hogy én besegítek nektek, mert nálam van minden alap. És akkor utána majd megyek tovább, jó? Tőlem, nekem mindegy, jó? Oké. Okay. Van valami állat. Legyőzzük. Szívem, akkor ki kéne találni azt, hogy milyen alapanyagot akarunk használni. Igazság szerint bármit használhatunk, ami megtetszik. Tetszicus. Ó, én elfogytam staminából. Nem tudom, hogy melyik az, amely kifejezetten ez a pálya, tudjátok, az aranyozott. Aranyozott? Mire gondolsz? Hát ez a pálya konkrétan, ez nem az, amelyik a hajós építőelem? Hát nem csak az van, nem? Nem? Csak a hajós van. Én úgy tudom, hogy csak a hajós van. A többi az DLC, vagy már volt, szerintem. Az aranyozott, az azt hittem, hogy az ide tartozik kifejezetten. Aranyozott, az melyikre gondolsz amúgy? Ezt láthatom amúgy így. Hát látni biztos, hogy láthatod, mert az összes DLC-t meg lehet nézni. De a trailerben volt egy ilyen aranyozott fal, ami tökre tetszett. Mondjuk tetszik nekem ez a Stable Megyünk Foundation. Megyünk a szigetre? Aha, azt mondják, hogy a Stormglass is ide tartozik. És most nézem, hogy igen, én még azt nem láttam. Igen, az is ide tartozik szerintem. És az aranyozott, amit te mondtál, igen. Igen, azt szeretném én is. Mindjárt megnézem, az mennyire drága. Szerintem az ugyanolyan drága, mint annó a hotel volt. Panel, igen, Steel Reinforcement. Panel. Steel Reinforcement kell hozzá, nem az nagyon drága. Azért hát miért is értesz itt?
Az nagyon drága alapanyag, ezt hozzá kell tenni. Igen. Hát ne kezdjük olyan drágával, szép. Hát figyelj, mi kell hozzá? Vas kell hozzá, ugye sok? Hát ahhoz nem vas kell, az acél kell. Acél? De már mint a vasból készíted, ugye? Mondjuk annyira nem kell hozzá sok, hogyha nem építünk egy palotát belőle. 7000 kiégetetlen vas van nálam. Abból kijön? Azt fogjuk csinálni. Építek ide egy kis alapot. És nincs nem balta. A ciki. Maci! Adom. Hol vagy? Hol vagy? Kérsz fáciben? Na, vágjam egy kis fáci, meg hozok követ. Szigetem vagy? Igen. Csinunk egy kis kő alapot, amire csinunk ládákat, meg mindent Maci is le tud szépen pakolni. Hát az jó lesne, igen. És akkor tudunk, tehát csinunk alapcraft stationöket. És akkor először lecraftoljuk. Amúgy nem vészes, tehát hogy nem... A panel szerintem drágább volt. Hát jó, de a panel azért volt mondjuk drágább, mert az elég nagy volt igazából. Nem akarsz akkor, egy házat akarsz. Na várj, a panelt azt 10 évből építettük szerintem. Jó, de Starknál a ház is akkora, mint a panel. Ez igaz. Valaki ki tud craftolni szekrényt, Máté? Szóval a panelt azt a Black Ice Reinforcement-es cuccal csináltuk. Ja, ha igen, a Black Ice-os volt, oké. És a Black Ice-os az drágább. Insulated wood, több. Szerintem több steel is kell, mert a másik csak 2 volt, meg Black Ice kell hozzá. Figyelj, tessék, craftolj alapot, tessék. Köszöntöm, köszik, ez így jó is lesz. Még mindig van akkor sok viszont, minden. Akkor kiasználjuk a DLC-t is. Egy pillanat. Szerintem nem kell neki fa, adtam bőven. Ja. Hát mondjuk Steel Reinforcement-ből ugyanígy, de nem lesz akkora, mint az az épület volt, szóval nem lesz annyira farmolós. Tessék, 10-es kumika. Jó, 20 alap készül most. Ázsia Argentó, kösz szépen kötést! Ciao, üdvít! Máté? Tessék. Merre vagy? Igazából megcsinálhatjuk azt is. Kicsit balrább, itt az úton eljöttem. Miért? Mi kell? Ládákat kéne készítened. Hogy már alapvetően építek ide egy hidat. Ami most jelenleg nekünk majd a... Raktár lesz. A raktár lesz. Most a hídon fogjuk tárolni a dolgokat, mert ezt tompura hangzik. Mondjuk a híd nézhetne ki úgy, mint egy híd, ezt hozzá kell tenni. Bendigo Jack! Kösz szépen a követést, üdvít! Hello! Valaki ezt a bokrot itt szétszedni? Ma nagyon adja a követéseket a gép, hát... Van ez így. Üdvözlök mindenkit, hello! Hö? Minek? Melyiknek? Nem találtam. Tribe. Nálam. Szép tudja... szétszedni a bokrot. Szedni kell, így, látod? Hát de nekem nem ment. Nekem se. Nem, akkor ez már nincs itt, majd eltűnik. Akkor jó. Lehet, hogy ráépítkeztem azt azért, ugye? Igen, be. Az lehet. Béjjel bugolt. Most mi készül amúgy? Amúgy olyan jó, hogy ez az újfajta építési elem, ez hordóká esik szét, mert hordóból van összerakva. Igen? Aha. Nálam nem hordóká. Leverül a fülesem. Nálam is. Jaj. Az esik szét. Flott. És akkor azt mondjuk neki, hogy... Jaj, majdnem leesett, lemerült a fülesem. Jézusom. Jaj, mi történt volna akkor, Maci? Kiabáltam volna neked, hogy nem hallok semmit! Nagyszerű. Mi? De amúgy, ha megnézed, itt az alján látszik, hogy hordókból van összerakva az egész. Jó, nem baj az? Amúgy miért szeretsz így megrakod össze újra? Jó, azért, hogy izéből, jó, oké, igen. Pont, ugye? Ne, már látom, hogy miből készíted, oké. Igen, mert... Ja, most ott nekem is hordó esett ki belőle. Azért mondom, igen, hordós a téma. Na, ott nekem is kérdés. Ja, nincs elég alapanyag. Nem tudom, mi kéne. Mi kell, fa kellene. Fa kellene, nagy uram. Adok. Fa kellene, elfogyott a fa főnök. Hol a fa főnök, mi? Hallod? Minden van, csak fa nincsen. Na! Ejt az irigyet. Na, várjál, mindjárt vissza. Bubi 2006, kösz szépen a követést, hello! De, ja, és még egy dolog, ne építkezzünk egymástól távol, tehát hogy akkor... Hol vagy? Itt vagyok.
Tehát, hogy mindenki akkor itt a körbe így a parton építkezzen, tehát ne az legyen valaki nagyon messzire, mert akkor az úgy fog jól kinézni, hogyha úgy egy helyen lakunk. Figyelj már, amúgy ott van fent egy barlang? Igen, ott én van fent egy barlang. Én pont ezt akartam mondani, hogy amikor ide érkeztünk most, akkor vettem észre is ezt a tőkpintet, szerintem is igen. Akartam szólni csak meg. Mi ez a tornádó ott? Az egy tornádó. Ott lesznek majd a trollok. Egy trollok, bocsánat. Trollok. Üdvözlök minden érkezőt! Hello, hello, hello! Nem tudom, a túloldalt ki van ott a parton? Az az Andris volt, vagy a Máté? Lehet én vagyok. Én a parton vagyok itt a... Andris? Két tornádó felé. Egy kérdésem... Várjál, most milyen kék... Ja igen, ott egy kérdésem lehet, hogy fölötted, ha majd építkezek, az nem zavar, ugye? Nem. Okay. A szennyvizedet nem vezeted lehozni. Nem, majd belevezetjük a tiédbe. Kéne még, ha felülök. Itt hamarabb megy a live, az viszont lehetséges, ez igazából nem mi állítjuk, és legalábbis én nem állítottam semmit, ez az alapbeállítás a Twitch-nek. Hétvégére talán, mondjuk hétvégén nem szoktam ennyit streamelni, az true. Maxi, nincs egy fölösleges... Mi? Nincs egy fölösleges baltád. De van, adom. Adjál már egy baltát? Hát ne legyél már így! Gyártad már Blacks... Glowstone, az micsoda? Világítókő. Az jó cucc, abból lehet azt hiszem egy-két dolgot csinálni. Nem, Maci... húzom a fát. Mit fát farmoljak? Vagy mit farmoljak? Mit kell csinálni? Hú, az még jobban hangzik. Akkor ez mire visszük? Mondd, hogy mit csináljak. Alapvető crafting stationöket. Ezt ki kéne tanulnom akkor. Jó, akkor mindjárt ne, mondom. Kitanulom, mert úgyis én is építkezni akarok. Adsz egy kis húsit, mert mindjárt ilyen pusztul. Persze, az is van. Minden köszike. Van. Maci az ilyen personál ládikó. Igen, igen. Hordozható ládikó. Olyan, mint a Chester X-ben a Starpa. Szépen fát? 64, 84, 76, 67, 81. Köszi szépen a követést. Jézusom! Hello! Ilyen kis hidacskát csinálok, hogy nézzem már ki valahogy. Dobhatod ki a fát szerintem. Igazából azt kéne ide, hogy Máté ide jöjjön, készítsen ládát. Máté. Ugye elkészítek ládát? Én is tudok ládát csinálni. Ja, hát durván egy ilyen 900%-os raktárkapacitásra kellene. Jó, hát... Figyelj, én részét meg tudom oldani. Bocsánat, ezt belecsúnyítok, ez tény. Ne haragudj. Én részét megoldom. Ja, az nyugodtan. Akkor jobb oldalt lesznek a cuccok. Ez most így egyelőre bővel jó az a kettő. Nagyszerű. Ilyen insulated úr, az micsoda? Az hogy kell csinálni? Te az izébe készíted itt ebbe az egyik craftba, nem? Csak melyikbe? Amit mindjárt lerakok. Mi a neve? Szerintem a... Hát ez, nem mondom, hogy minek hívják, mert németül van. Maci, figyelj, ide állok eléd és trédelünk, jó? Jó, mondjad. Na mondom, mi kell. Trédelünk. Azt mondja, kéne nekem kidobnod bárkot, ha van nálad, meg twine-t. Júj, várjál, mert nálad mit minek hívnak? Bark. A bark az melyik? Az hogy néz? Hát a bark... fát izével ütött. Csak jó, ennyi. Az megvan, oké, okay, akkor tudom melyik, azt csak keresem. Túl okay, sok minden van. Oké, a twine az meg kötél, de azt már közben csináltam. Ez mi? Megnyitottam a konzolt, hogy zárom be, bezártam, jó? Twine... Tudom ki neked twine-t, szívem. Berghouse... Közben én is craftolok, de mindjárt felveszem egy pillanat. Figyelj, Berghouse bark... Berghouse 06-nak köszönöm szépen a csatornatagságot. Bark nincsen nálam. Egyáltalán. Ha megyek, szerzek. Akkor azt szerez már szívem, légy szívem. Figyelj, én adok neked dolgokat, ezeket leteszed. Várj egy pillanat, mindjárt. Már egy kicsit még. Jó. Azt mondja, hogy a large chesthez van ad iron reinforcement. Szerintem ez lesz az. Igen, és dobjál ki nekem olyan fát, tudod, ami így meg van erősítve. Tudom, igen, keresem. Teszek le vasládákat. Szerintem az lesz a sötétebb az, ugye? A sötétebb abból van még esetleg? Nincs, ennyivel van ennyi sajnos. Az elég nagy probléma. De itt a készítője. Ott kidobtam a készítőjét. Igen? Akkor jó. Akkor viszont jó vagyunk. Akkor... Boti! Köszi szépen a követést! Hello, hello, hello! Üdvít! Bárki jöhet amúgy ide, csak mondom itt közülünk bárkinek, hogy jöhettek nyugodtan ide majd dolgokat. Felvettem hozni. A cuccokat, Zsófi, hogy amit letettél. Craftolni, stb. Ha van fát, dob bele. Hú, dobom, amit Zsófi adott. Jaj. Kicsit szomjas a karakterem Rocker, közben. Kiszedte Zsófi. Hozzá. Igen, én is ja, így vagyok vele. Tegyétek az ágyakat majd valahova, miért meghaltam, csak úgy szólok. Ne az legyen, hogy itten... Már gaming, kösz szépen a követést. Hello, hello. Amiket te orattam, azt felszedte, le tudod majd tenni őket?
Hát nem tudom, miket adtál még. Ó, igen, ezt igen. Ó, tenorit is adtál, nagyszerű. Ezt még én craftoltam. Ezek ilyen bútorok lesznek majd, de ebből majd úgyis kell még több is. Tudod, mit nem hoztam el? A főző helyet, de az nem baj, majd csinálunk egy újat. Azt majd csinálunk, az a legkevesebb amúgy. Ezt is lerakom. Blacksmithet kéne még gyártani. Blacksmith? Okay, is jó. Azt a is blacksmith. Elhoztam, nem? Nem hoztam el. Nem. Nem, azt nem hoztad. De elhoztam. Na, hát akkor dob ki azt is, aztán leteszem. Vagy oda tedd le oda, csak így a sorba következő. Most innen valaki lopja a Shaped Woodot, vagy itt mi az Isten? Ancsa Darkun, köszi szépen a követést. Lehet a gyártás. Halihó, halihó. Te Angel vagy? Az a Angel vagy? Aki Angel vagy? Igen. Válaszolj nekem, akartam, válaszolj. Nem akartam. Hogy az is menő. Trápot. Király. Hello, hello! Akkor üdvít. 15 Shaped Wood. Sima fa kell a Shaped Woodhoz. A démoni. És semmi más. Kelme. Jó, Maci, egy ládát már gyártottam. Király. Figyelj, én... jó, mindegy, majd valahova... Én is lepakolnék először, jó? Mert én mindjárt tudok is mozogni, hogyha le... Armor Airbench is van nálam, azt is adtál, várjál. Én mindent Figyelsz, hoztam. Maci? Mindent Figyelsz, hoztam. Micsoda híd lesz ez? Ellátós híd. Ennek viszont alig találok itt a környéken. Mit szenvedtél viszont vele? Volt. Amúgy... Oké, és Twitch-en nem tudsz írni, vagy mi? Nehezen nem, szerem ki a mondatokat amúgy, de nem baj, nem baj, elnézzük, elnézzük. Így van, így van. Hát ilyen kis laza, építgetős... Bocsánat, nem olvasom a csetet, csak annyi minden van itt, hogy próbálunk haladni itt a dolgokkal. Most Maci lepakol, utána majd ő is csinálja a saját házát. Az alapokat szeretném megteremteni. Szívem. Figyelj, szerintem... mindjárt megmondom, várj egy kicsit. Mi a neve, mi volt a neve annak az építő anyagnak, amit használnunk kell? Megjegyezted? Nem az, tudom. Ami itteni. Nem. Az a arany, a storm valami. Igen. Követ kéne majd... Ne farmoljatok követ, léci. Várjál még. Akkor az csak az égetőbe kell. Shaped wood, sok fát kéne, és kéne shaped woodot gyártani itt ebben, úgyhogy egyelőre fát hozol, az jó. Figyelj, akkor megyek fáért. Beraktam az égetőbe mindent, amire azt gondolom, hogy az égetőbe való. Oké, rendítsek. Nagyon sok minden van itt. Nagyon sok minden van itt. Nem fér az égetőbe. Aha. Az király. Nem baj. Hát kettő van, oszd el, aztán gyújtsd is be. Ez hagyd menjen. A bárka az nem odavaló. Itt igen. Egy csomó bárka amúgy nálad. Van nálam egy 1000 fa. Az a tenöribe megy. Figyelj, itt van egy 1000 fa, azt kiteszem ide. Bőröd van esetleg? Hoho, nagyon sok, igen, 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 igen. Figyelj, kapásból az, hogy bepakoltál egy helyre most. Srácok, valaki a chatre hogy készül? Zalán! Ja, köszi szépen a kötést, hello, hello, hello! Stormglass, az igen, 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 Stormglass, ott a bárk. Tudjátok. Nem baj, jó helyen van a bárk. Bocsánat, itt a sorrendet meg kell teremteni. Hogy készül a hardened brick? Mi kell hozzá? Mert a steel bárhoz ugye steel fire kell, ahhoz meg... Ja, ez! Maci, ez kell. Rakom be, éppen rakom befele. Az icsort valahova kiraktam. Túl sok icsorunk nincs. Szed ki, amit találsz benne. Szívem, van nálad esetleg fiber, plant Dobá. Fiber? Az is kellene nincs fog. Most. Megyek, de megyek. Azok meg azt is, csak lerakjuk egy ágyat magam gyorsan. Jó, oké, rendítsen. Senki ne nézze, hogy mit hova pakolok. Én most nem építünk nagy házat. Szeretnék innen kipakolni, mert úristen, ez már nagyon-nagyon sok. Kajásba le kell pakolni. Valami, tudod, nem egy ilyen kockaházat akarok építeni, hanem legyen valami. Igen. Nem tudom. Andris, te meg te laksz ott a hegy alatt, ugye? Zalán újra? Egy másik Zalán. Zalán, kösz szépen neked is követést. Hello, hello, hello. Legmán szedi a bokrot. Majd annyi, hogy nem tudom, rád bízhatom azt, hogy te a sziget felé kiépítesz tőled majd egy hidat? Persze, hogy, csak előbb hogy a házat akarom megcsinálni. Persze, csak hogy azt így előre kiosztom, így, vagy kiosztanám, vagy beszéljük meg inkább, ez a helyes megfogalmazás, a feladatokat, mert akkor majd te azt úgy alakítod, és akkor, ahogy szeretnéd. Ha kell majd alapanyag, és esetleg tudok segíteni, akkor szólj. Megkövett a telefonon is. Jó, rendben, köszi szépen. Köszi. Ma a prész is jött. Matesz, egy teljesen új pályát kaptunk,
ez a teljes pálya nagyjából 75%-a amúgy az eredeti Conan-es térképnek, viszont még nem az egész bejárható, csak nagyjából a 25%-a, mert még Early Access-ben van. Jöttek új építőelemek, új állatok, új bosszok, 14 barlang, különböző végső ellenséggel, és a többi, és a többi, és a többi. Jó, szóval végre kipakoltam ezért mindent, Jézusom. Tudjuk rá mi is újra a Conan-re. Illetve a Conan-nek, ez a Conan egy olyan survival game, ami mindenből ad egy kicsi jót. A harcrendszerből, a kraftolásból, a gyűjtögetésből. Egy valamit nem szeretnék tudom kérni tőled majd. Tök jó, mondjad. Egy baltát készíts nekem, amit lenyúltál annak a helyére. Ja, jó, persze. Én azt szeretném kérdezni, hogy bárkot gyűjtsek? Bárkot azt majd gyűjthetsz, igen, ide tudsz nekem vasat tenni, vagy hozzak? Hát, bárkot hozzá is gyűjthetsz. Kipakoltam. Minden tele van, ne nézz szét. De vas kéne inkább. Vagy mi az, fa kellene majd inkább. És fa, igen. Itt nyugodtan menjen a shade wood. Jó, én úgyis ebből az elemből akarok majd építkezni, ez az olcsóbbik elem, ami itt van, úgyhogy ez nekem nem lesz nehéz. Nyugodtan majd, Maci, te is, meg a többiek is, hogyha nektek kell valami cucc, mert ez közös volt, ami most itt van nálunk. Nyugodtan jöhettek, aztán kukázhattok innen dolgokat. Ha kell valakinek cipelni valamit, szóljon, elviszem. Például a páncélok azok jó lenne, hogyha nem itt lennének majd. Hova tegyem át? A ládák tele van, most nem tudok mit csinálni. Igen, és minél hamarabb azt kéne megcsinálni ráadásul, hogy... Hát majd kell lesz hűtő, meg ilyenek. Hát a hűtő az később, az később itt történik. Tudod, mi kéne? Majd ilyen. A troll szelítő. Köszi szépen az egy dollárt. Jézus ember, ereje normális vagy? Ne őrülj meg! Azt tudtam hirtelen mi szólalt meg. Jézusom! Egyedül vadállat, lassú, vadállat. Meg, hogyha nem saját szerverre játszik az ember, akkor alkalmazkodni kell az ottani szorzókhoz. Mi szerintem barátságos szorzókon játszunk abszolút. Nyilván itt azért az is szempont, hogy stream kompatibilis legyen, ezt azért szoktam mondani. Ez így abszolút az. Tudunk is haladni, kicsit valamit farmolni kell jobban. Eltözó. Sotyó! Kösz szépen a követést! Hello, hello, hello! Na, akkor... Acélhoz kéne ezt. Mennyit szoktam streamelni? Jelen pillanatban minden este streameltem, de viszont amit tudni kell. Rengeteg van. Jó, ezt lenémítom, és akkor most ezt elmondom nektek, amit tudni kell. Jövő héten a délelőtti időszakban fogok streamelni. Durván egy olyan 10 órától délig, ami várható tőlem. Majd rákövetkező héten nem leszek. Mert... szabadságra megyek, akkor nem leszek semmilyen formában, és utána, amikor visszatérek, váltott hetekben szeretnék streamelni, mert a munkahelyem úgybár az kötött, azt nem tudom eltenni. Egyik héten délután, egy ilyen 4-5 órától késő estig várható stream, a másik héten mindig ez a délelőtt fél 10-10-től dél fél egyig, nagyjából egy ilyen 2-2,5 órás streamek várhatóak. Ez a live fent marad, igen, fent van, minden live-om fent van, a leírásban lent megtaláljátok a YouTube csatornát, amit hogyha beírtok úgy, hogy felkiáltójel YouTube, és ő el is mondja neked, hogy igen, megtalálod lent a leírásban. Úgyhogy a lenti leírásban megtalálod a csatornát, ott megtalálsz minden live-ot, amit én eddig közöltem, vagy létrehoztam, vagy bármi egyéb. Tomi Mese, köszi szépen a követést, hello, hello! Itten vagyok. Ez mi ez a lótusz világ? Ez csak én nem tudom szétszedni? Várjál! Nem, ez nem lesz jó, hogyha ez ilyen dísz marad itt. Hát nem tudom. Én is örültem volna, hogyha ezt így le lehet szedni, de nem. Elmentem farmolni magamnak. Nyugodtan, Pepe. Végre leürültél mi? Aha! Máté, te amúgy merre vagy, mert rólad nem nagyon hallottam egy ideje. Balra vagyok a hegyoldalba. Purple Lotus, és ezzel mit kell kezdeni Grundel? Szedjük ki, mindjárt viszek egy ilyen kis üzét, csipeszt, azt kiszedjük a helyéről. Nem kell az neked. Ez az tök felesleges. Oké. Ne is akkor hogy kell üzét csinálni? Oda nem emlékszek. Kő. Pont elfelejtő staminám? Ne! Jaj, rajta! Aha, így. Húja! Jó. Húja! Akkor hoznom kell még rengeteg, hogy hol van még kövünk esetleg?
Valaki esetleg Andris, hittem? Nem vagy esetleg a házad környékén? Nem, itt vagyok pont. Nem akarsz felszaladni egy picit itt a lejtőn? A látában. Mert gyenge vagyok, támadásban. Közben szólnék, hogy nekünk itt a mi oldalunkon, Andris, rengeteg, rengeteg szén van. Kapásban itt van 3 kőszén, úgyhogy lesz majd szened neked is. Fölmegyek a mocinak segíteni. Az jó lenne, köszi. Ezek a kakadók, ezek ántanak? Itt a szílin, várjál, hogy magyarázzam el? Várjál, hozom. Hogy szembe állsz a szigettel, akkor... Itt vagyok mellette, ahol építkezel valahol, csak itt a lejtőn jöttem felfele. A hegynek... Na, nézd már oda. Kocika felébredt. Figyelj, lejöttem a partra. Itt ment szét a fa. Au. Jól látlak, megyek oda. Én is láttam, az a durva, hogy szedem a követ, azt láttam, hogy szétesik. De nem tudom, hogy mit esett szét a fa amúgy. Mi van, bocika? Nem bírom ütögetni. Nekem rá kell menni. Rá kell menni majd az erőre, úgy látom, mert igen, a súlyra ment. Jól, akin a Windows gombbal csináltam ugyanezt. A legtöbb ilyen gamer billentyűzet, állásnak már le lehet tiltani. Köszi. Azán nincs mit. Nos, amúgy a Discord, ugye bár látjátok ki ide nekem volt. A Discordon fogok létrehozni egy... És hát igazából ott van a hírek szoba. A hírek szobában le fogom írni konkrétan, hogy milyen formában és miként streamelek amúgy. És akinek tetszik, amit csinálok, vagy aki szeretné nézni, az megtekintheti. Semmi sem kötelező. De ez a hajótörő sziget, ez szerintem sokkal több ilyen misztikus dolgot fog nekünk tartalmazni. Hello Zalán! Köszi szépen, hogy benéztél. Hello! Az első égetőbe csinálom. Steelfire is megy gőzerővel. Ebben csak simán Steelfire kell, ugye? Ja, ez nem is kell hozzá a Brimestone, akkor jó. Brimestone-t ezt kicsit lerakom. Hanem, hogy van egy csomó kövünk. Most igazság szerint azt kell megvenni, hogy minden készüljön. Kicsit lassúak a dolgok. Ezt majd itt ki kell pucolni egy picit itt a kardos dolgokat, mert sok minden van itt, ami nem ide kell. És formulászásban aztán majd... És amúgy csak mutatnám, hogy ez, azt hiszem ez az a painting, ami a parlamentet ábrázolja. Mert ma már semmilyen live nem várható, semmilyen formában. Hogy építeni kellett, és ezek azok az építmények. Ez még el fog tartani darabig jelen pillanatban, egy órája streamelem, és még legalább 2 órán keresztül fogjuk tolni, szóval azért az már eléggé késő lesz. Képről sem feltételeztem volna elsőnek, hogy az a parlament, amikor az ember tudja, már tud asszociálni, de az alapján készült. És a Conanben, úgyhogy ez a nagy szó. De szilkünk nincs. Hoppá. Az viszont baj. Szerettem volna. Ez nem az árk. Dwyeri, ez meg más. Na. Nem is troll szelidítőt, hanem valami állatszelidítőt szerintem minél hamarabb le kéne tennünk. Mit szóltok hozzá? Hát azt a kutyát már jó lenne valahogy. Na igen, az a kutya az engem is. Meg a teve ugyebár. A teve tudna szállítani. Igen, ja, te terve az abszolút. Máté, nyugodtan, Máté, húzzál majd már létsz egy kicsit, vagy hát szedd lentebb a szelidítést majd, jó? Mert nagyon lassú még mindig. Igen. Hát az a kutyát, az mennyi volt az előző stream? Meg volt ráadásul. Az előző stream, meg itt egy óra hosszú, és még mindig nem volt kész. Animal pen, ez kell nekünk, ugye? Abba volt szállat. Igen. Azt elhoztad egyáltalán? Nem lehet felszedni. És akkor lefelé húzzam? Lefelé, igen. Akkor itt csináljuk. Oké. Okay. Lehúztam egy 0-3-ra. 300, 400 és 20 twine. Nem kell 20 twine, 400 fa. Ezt mondjuk leállítom, akkor a 400 fa megvan. 300 kő, az van itt. Twine kéne. Ki kell találni valami jó kis. Igen, német nyelven tolom, akinek még ez furcsa esetleg, hogy német nyelven tolom. Németországban élek, német nyelv az, amit használok a mindennapokban, az angolból, abból hülye vagyok, mondjuk azt inkább, ezt így bevallom töredelmesen. Sose volt erősségem az angol, németül jobban megértem a dolgokat, úgyhogy igen. Azért vannak nekem is még így is akarások, de úgy vagyok vele, hogy németül játszom, és így erősítem magamban a német nyelvet is. Patrik, 0-26, köszi szépen a követést. Hello. Tőlem minden játékot... Azt hiszem ennyi kellett. A játékok 80%-át mondjuk inkább így németül fogjátok látni. Van 1-2, ami nem.
Nem, németül van. Jaj, gyerekek, itt mennyi mindent fogunk még ma gyártani együtt. Jaj, de egy szuper lesz! Itt van ilyen lovas tudsz is. Papihun 143. Köszi szépen a kötést. Hello, hello, hello. Ha most tele vagyok, úristen, 200%-os. Ilyen lovasat is teszek le, hogyha már. Lesz itt minden is. Mindent is kifarmolunk, mindent is elkészítünk. Oké, okay. Az állatos elkészült. Most miért nem? Nem tudom, hogy hol lesz neki hely. Első körbe csak lecsapjuk valahova, jó? Valami megoldást kell találni. Szerintetek az mennyire izé, hogyha vízbe van az gáz? Egy jóféle fogadóra. Most ez a cél, egy jóféle fogadót összehozni. Nem tudom, hogy ezt hogy fogom kitalálni még. Lehet, hogy először egy alapot fogok letenni. Köszönöm szépen. 150 plusz követés. Köszi szépen, srácok. Hát ezt nektek köszönhetem. Ezt mind nektek köszönhetem, és mindent, amit így elérek, azt nektek köszönhetem. Hát én lerakom ide, aztán kész. Köszi, srácok. Van itt állatos, úgyhogy az szerintem... Miért nem tudom most ott kifarmolni? A Camel az mitől ment? Annak gondolom valami bogyeszt kéne adni, nem? Azt a zöldet, amit szedsz csak így a bokorból. Nem tudom a nevét. Jó, oké. A kutya meg biztos húst teszik. Ja. Gyanús. Kidobtam az egyiket, hogy gyorsabban oda tudják menni. Megyünk teretlenül előre. És az csak azzal kicsit lehet, sötít, hogy van valami gyorsabb mód is? Valami speckó eledel esetben? Az a baj, én sose vizsgáltam, tesztelgettem. Akkor a chatet kérdezem, srácok, az állatok szelídítésére van-e bármilyen gyorsabb mód? Mit tudod, mit szeretnék kérni tőled? Jobb minőségű étel, vagy valami, mondjad? Egy ládát, amit elvihetnék, azt készíteni nekem? Hogy... Persze, csak az kell steel. Nem, te steel. Majdnem meghaltam. Van mondjuk, hát egy kéne majd, steel reinforcement. Nem. Iron reinforcement kell csak, nem, de iron reinforcement kell, azt mindjárt csinálom. Jó, oké, köszi. Csak elindítom a tevémet. Most csak ez a híd, ezt így a valóságban így elképzelni, hogy a hídon készítünk mindent. Jó, ez amúgy nincs, ez esélyen baj, tökre tetszik amúgy. Valamire jöttem ide amúgy, de már nem tudom, hogy miért még. Ja, a bandage. Bandage. Amúgy a crafting speed is lassú lesz így. Csak szólok. Itt fogunk várakozni tök sokat. Nézem. Hát figyelj, picit, Ázsia, Argentum, hogy most arra várunk, crafting time, nem erre hajtok, nem ez a fő célom, hogy én most átálljak, hobbi szinten mindig. Szeretnék streamelni, igazából megmutatni azt, hogy én miként akkor játszom, úgyhogy nem ez a célom, ha egyszer egyáltalán eljutunk oda, azt nektek köszönhetem, majd akkor kicsit komolyabb tartalmakkal, komolyabb stílusban is lehet tolni. Téged már befogtalak. Téged már nem kell. Köszi vendigúcs! Úgyhogy fog be szépen, mi? nem. Én vagyok a Teddy bér, ez a, mondjuk németül ez a blau bére, hát ez furán hangzik, mint, jobb mint a blue, és a blue bér az jobban hangzik nekem. Átállítottam 0-1-re. Igen, nekem kellene egy láda. Itt van. Megnézzük, gyorsabb lett egyáltalán, vagy? Hát azért nem mondanám, hogy hajtadó. Ez mondjuk talán egy picit gyorsabb lett. Kecske sajthún! 198! Kösz szépen a követést! Hello! Azt nem tudom, hogy ezt a... Szép a ház eddig, ugye? Nekem is tetszik. Ezt a hal fogót, ezt letegyük amúgy a vízbe. Hát, hogyha tudod, hogy hova teszed, bedrakhatod szerintem. Simán, ide a híd mellé, a híd lábamba leteszem. Az jó kicsim. Nagyon. Ja. Van belőle, vagy én fel. A sütőt azt nem tudom. Régebben tudtad. Figyelj, egy kérdésem van felét, hogy kifele látszódjon, vagy inkább a víz mélyére tegyem? Látszódjon inkább kifelé, hát tudjuk, hogy hol van szerintem, én azt mondanám. Oké, okay, campfire, itt van. Bot kell hozzá is kő. Most elég sok van gyártás alatt, úgyhogy szerintem nem. Ilyeneket. Szépen. De figyelj már, akkor ezt a növényezzel mi van, ezt ki tudjuk majd írtani?
I do know. Oké. És ezt hova lehet tenni? Ezt sehova? Én is azt nézem, hogy például ezt hova lehet tenni? Nagy majd ide kellene tennem közé. Nem tudja, valaki ezt sehova lehet tenni. Ezt kintre kell a partra tenni? Csak én vagyok a béna? Hol lesz az ott? Szemlet letenni? Tudjátok, mit kéne tenni a hídra még? Hogy lássunk is lámpát. Akkor azt nem tesszük le. Kell iron bar. Ba, egy kevéske. Talajra igazítsam. Jahogy, ujjahogyja. Tirsti vagyok. Már szó. Megint. A szó, hogy ezt megvan. Így kell. Ha, ha, ha. Fa kellene? Fa, fa kellene, csak, nagy uram! Elfogyott csak kettőt, a fa. Kettőt teszem. Hol a fa főnök, mi? Annak örülök, hogy ezen a helyen pont nincsenek amúgy nagyon jó vadállatok. És akkor mi kell bele? Kukac? Ez így egész barátságos. Az előbb itt voltál, nem a kukac. Hol van a kukac? Azt mondja, még házról beszéltek, ez a stég. Na kösz... Itt van Silverstone is. Az mire jó majd? Silvernek. De abból mit lehet csinálni? Nem tudom, ékszer talán, meg ilyeneket. De jó. Ennyire backseat-elj. Ezek biztos, hasznos dolgok lesznek. Figyelj, nyugodtan, igazából már mindent is megértem, szóval... Igazából csak fel kéne elevenítenem, hogy mi az, amit elfelejtettem, és így az jó agyom. Jó. Azt mondja, nincs hogy... Gond, nincs itt gond. Torcs kell nekem. Torcsot kéne magamnál nézze, gyártani. Nézze a karakterem. Valószínűleg sima torcsot. Jó. Nem ezt, hanem... Nos, ezt. A hídnek a két lábánál az egyik oldalt halak, a másik oldalt a rák farmoló van. Majd megtöltöm őket ilyen micsodával. Mik azok? Jó. Lárvák. Ha icsor vagy olaj kell, akkor kék hal, lent ha kaja, akkor kéne. Rákos. Icsor vagy olaj... Ja, tényleg, hát a facsaróban vagy... Bocsánat, hát túl sok bokunk már nincsen. Tökre fúj a szél. Na, megint aktív a közép. Mi ennek a neve? Igen. Nem, ebbe kell, nem? Nem, ez a fagy, ezt jó facsaró nekem, ebbe kell. Az az, igen. Na, akkor nagyon jó, volt, ez teljesen jó. Hol? Fönt a hegyen, a sziget mögött. Na, kraftoljuk. Ennek kifejezetten. Hogy vagyunk? Így vagyunk. Viszont a könnyű oda eljutni? Aha. Majd építünk liftet. Ja igen, tribe. Capstockon be vagyunk ma véletlenül. Igen, ilyen strongholdos. Tribe. 113-at tudok jártani. Jézus Isten, na hát ki kéne találni az alapot. A YouTube-ot azt úgy írt be, hogy ne legyen szó köz a felkiáltójel és a YouTube szó között igazából. Azt úgy írt be. De amúgy lent az linket nem ad ki. Vagyis úgy, bocsánat, igen, YouTube. De a linket nem ad ki, mert sajnos a Twitch még nem engedélyezi nekem a linket, ezért nem engedte így, úgyhogy lent a leírásban megtalálod. Húha, mekkora okay. Legyen a fogadó, gyerekek? Azt mondjátok el nekem, hogy... Itt akartam torcsot hoztam. Milyen egy értelmes fogadó? Egy ilyen középkori fogadó helyet kellene készítenünk valahogy, összekint dobni rá valamit. Nem, ez jó lesz. Hm? Kifejezetten szeretem ezt a... Elalakul legyen is két emeletes. A két emeletesben most hirtelen az jut nekem eszembe, hogy... Ez végtelen ideig a felső részén ilyen hálószobák legyenek, nem? Nagy fénye van. Nagy. Hát azért... Bizonyos kereteken belül kell építkeznünk, azért a hely az adott. Hú. Usi, hogy tetszik? Most... Az a helyzet, hogy ide gondoltam jó, valahova, egy ilyen terasszal nem tudom mivel a, kialakítani. A, vagyok. Ez az Andris? Ja, ez a Medi. Ez én vagyok. Ti a Medi. Hello. Ezt így felhasználjuk, hogy ez ne legyen útba. És legalább látunk majd valamit. Egész jó halad, ez meg lesz a mai streamben. Ide gondoltam valahova. Elalak, ha elalakban nézzük, az a baj, hogy... De most megint megyek inni. Elalakban úgy tudom elképzelni, hogy akkor erre felé kiépíteni. Építesz valóban házat? Na, igen. Csövezni akarsz valakinél? Na, mint a föntről. Négy blokk is, hat szél, elég egy ágy. Hát igen. Még tőlem egy kis decibel. Itt lesz az Andris alattunk. Arra kell figyelni. Jó nekem. Nagyon jó. Kérdezzük. Busztoltak téged egy kicsit. Andris, egy kérdésem lenne feléd.
Parancsolj. Milyen magasra fogod építeni ezt a házat ott? Nem tudom, kétszintes. Kétszintes, az még jó, oké. Csak azért kérdezem, mert itt nézegettem én is. Odáig nem fog felérni szerintem. Jó, oké. Én nem ilyen panel programot csinálok. Panel program. Én szeretnék egy lovat, hol lehet itt lovat találni? Jó Istenem, na készítsünk. Még továbbra is a tribe kell nekem. Egy csak a kicsi lovat tudom, abból is befogni vajon? És akkor készítünk, hát egy... Vannak ebbe a cuccba rákok abban. Úristen, mondjuk ez a craft speed. Azért lett csinálva. A rákok azok kajának jók, a halból meg... Várját, mit is kell? Icsori és olaj készül. Jó. Azért csináltam így. Rákot még majd meg kell sütni. Oké. Ez a craft, ez ilyen gyors? Úristen. Ez irónia volt, mert nem 40 darab alapot így egy kattintással lekészítettem. Hát jó, mert a gagyi cuccot csináltál, de hogyha kicsit fejlettebb dolgokat craftolsz, most nem lesz olyan sokkal. Akkor türelem, és meg kell várnod. Akkor türelem játéka a javából, igen. Ehhez szerverbeállítás videóm nem nagyon van. Csak árkózva. Inkább a sziget közepén, hát marad a Starkék építkeznek. Oda már Starkék építkeznek, oda már nem akartam építkezni, nem tudom, hogy hova lehetne építkezni. Most nem, ez nem káronkodás. Igazából a bajom ott kezdődik, hogy... A Strongholdban ugye lehetett... Ilyen magasnak kellene lenni legalább, mert a fű túl nagy. Vizen esetleg. Az ellenségnek. Vizen! Amire mindig reagált valami hülyesége. És a legjobb az a... Vizen! Vagy... Büdös paraszt! És akkor ilyeneket lehetett egymásnak... Amit én még tudok javasolni, ne halljunk meg. Bocsánat. Ide. Eszembe jutott. Ide valahova. Hú, de jó lenne, hogy ez a játék működne amúgy. Nagyon éltem. Hát az a baj, hogy nem egyenes a talaj. Sor keletre a folyótorkolattól. Ha mondjuk azért 0,01, nálunk 0,034 környékén van. Itt? Úgyhogy... Erre felé vannak lovak? Exhaustitus. Csak Exhaustitus. Na azt mondjátok meg nekem, hogy fentre vagy ide lentre legyen építve a ház, utána a többit kitaláljuk. Na, szóval itt lent, vagy ott fent. Ott valahol, valamelyik szírtem. Hát az égetőben, ki mit mond inkább? Ja, azt hittem, hogy bányászni is lehet. Mi vihetek tőletek? Ja. Hát vihet, hogy ne nyugodtan vigyél. Nem megyek keresgélni. De most koncentrálj szívem a házra. Nem fent, legyen fent. És megy fel egy út. Házat építünk, persze. Igazából megépíthető. Utána ilyen kő alapból készíthetünk igazából utat neki, hogy normálisan ilyen sétáló út. De nyugodtan vihetsz ki égetet, mondjuk az nem tudom mennyi van. 800-at most így magamhoz kaptam. Megint itt van ez a dög. Nem tudok mozogni ennyi fával, már ilyen hátra szaltózgatok. Az jó, az amúgy jó taktika. Na itt hátul csinálok acélt. A cél az a cél! Bocika megijedt. Be kéne lökni. Na. Készül is lelöki akkor Kantrishoz. A sikerül. Házhoz. Igen, lelökjük. Én nem akarom kipróbálni a Stronghold 2-t, nekem megvan az összes Stronghold. És az összes saját csuttam. Mindjárt lemegy. Antistök, lelökjük. Az összes saját csuttóvár. De akkor is a sima Stronghold Crusader volt mindig is a legjobb. Bele fogok halni amúgy ebbe az egészbe. Hűha, majdnem meghaltam. Annyira utálom azokat, akik a szőlőbe magot pakolnak. Jó Istenem. Ennél haszontalanabb munkát... Hihetetlen. Ez nem jött össze, ide valami más kell kitalálnunk. Várjátok, ma az acélhoz izével, ötösével megy a vas. Igen. Én erre nem is emlékeztem. Mióta megy ötösével az acélhoz a vas? Az Kugluf! Csak sima kővel kéne tölteni, hogy az mehet egyből izének, hardened bricknek. Csak a hardened brickhez meg jó lenne, hogyha ebbe készülne. Hát igen. Az a baj, hogy nem készül. Kéne plant fiber még, meg icsor kéne majd sok.
Az lesz nagyon kevés nekünk. Icsort a halakból tudsz majd készíteni, a pré is kell hozzá. Igen, Icsort az jó, ma a halakból. Hát Hardened, várjál, Hardened, Brick, igen. Igen, azért mondtam, hogy ez a hal farmoló az jó. Gyerek, nagyon szépen köszönöm a csatornatagságot, már a második hónapban ott is a Dino. Köszi, köszi. Nem, bocit most nem. Figyeljétek már srácok is, mert ide építenénk valahova. Steel Reinforcement, Shaped Wood, abban már elég nagy, egy csomót, szép tisztás. És az alap az 15 Hardened Brick. És Hardened Brickből jelenleg, jó mondjuk van már 210. Olyan a nyakam. És mi a rákból tudok, és az halból olaj is. Szárítóban vagy hol? Vagy pré is nem, kéne nem hozzá, nem? Mondtad, Grunder. Akkor kék hal. Mi valami pré is kellett hozzá? Igen, igen, a gyümölcs pré is kell hozzá, a gyümölcs pré is. Press. A fluid press tudok is csinálni. Igen. Oké, 40 fa, 8 shaped wood, oké. Többet, mint ami kell. Live Night 154, köszi szépen a követést, hello, üdvít. Most egyelőre elég szerintem. A követ kéne továbbra is farmolni szerintem. Ja, és mit szólnátok, srácok, ha ide építenénk valamit, itt az a baj, itt a hajó belkova. Most inkább egy picit próbálj meg a kőre ráfeküdni, meg pakolászom, meg készítem elő a dolgokat. Felmegyünk vissza szépen. De kell ez is. Hát én beleraktam a rákocskát, de ezzel nem történt semmi. De a halat kell belerakni, nem a halat, ne a rákot, a rákot azt süsd meg. Jó. Engedjük mindjárt a macskát, és hal fogunk, halcsapdánk van valahol? Hogy csináljak? A túloldalon, a másik oldala. Hírnök. És a másik oldalán mind a két oldalán van letéve. Hmm. Azt hiszem, nem, csak az egyik oldalán, bocs. I see. Én vagyok a farmoló, látjátok? A farmoló, hajótörött fogadó, azt sem magától belemásztak a halak? Már bocsánat, hogy ilyen hülyeséget kérdezik. Magától lassabban, de ha ilyen lárvákat teszel bele, akkor ahány lárva, annyi hal. Ja, ez a handful valami? Igen. Jó, mert ebből van ám egy csomó. Nagyon jó, akkor abból. Mocska megérkezett. Oké, ne. Téged fog boldogítani a macskám. Nagyon egyenetlen a talaj. Adjak neki enni? Ki kell hozni a talajt valahogy. De figyelj, ebből olaj lesz. Elméletileg Icsor is abból készül. Kék, a kék hal. Kék halat keres. Hát itt nagyon sokféle hal van, de ebből csak olaj lesz. Igen. Aha. Várjál, azt mondták Icsorhoz ki kell égetni. És utána. A halat? Grundár a lexikon. Akkor kiégetjük a halat. Ilyen szinten hoznám, akkor a fű nem látszana. 1300 óra, igen. Beteg állat 1300 órája, igen. És akkor a cooked fish? Nem, a cooked fish az már cooked fish. Szívem! Mondjad. Adjuk enni bocinak. Hát ezt neki nyugodtan. Akár az is lehetne, hogy a fogadó jó, fele fent, a másik fele meg oszlopokon, ha. Ezek tele vannak. Állana. Jaj, állana. Ebben csak az építkezéses alapanyagok lesznek. Hát igazából én arra gondoltam, hogy valahogy így. Sima kis chestet nem tudok csinálni, vagy az box lenne? Készítenék milyen valamit. Milyen neve a picit így? Ha? Elalakban, ugyebár, azt mondjátok, hogy mondjuk... ez most csak egy terv. Ebből úgy is lehet bármennyit készíteni igazából, ez mindegy. Itt lehet, hogy lesz egy lépcső, egy picit fentebbi rész. Bár de ez steel bar, az már nem is emlékszem, miből készül. Oké, és akkor ebbe a ládába fogom belepakolni az építkezési alapanyagokat, amik már kész hát, vannak. Látjátok, ez a magasság, ez nem jó, mert fű, ilyenek mi mindig fű például van. A steel reinforcement. Ajja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 j
Igazából mindegy, most készítünk még ilyen dolgot, Tribe. Várjál! Ez honnan lett ide az icsor? Azt én otthonról hoztam, a másik helyről. Nem, mármint, hogy lett icsorunk.
Ja, hogy úgy hal... leticsor, hát akkor biztos készült. Valamelyik halból leticsor végül, aha. Vagy valamiből lett, az a lényeg. Ez valaminek a mellékterméke volt amúgy az icsor. Most már nem tudom, hogy minek, de... De van homár amúgy, hogyha valakit érdekel. Azt mondjuk megettem. Úgyhogy most már nincs. Remélem mindenki örül, hogy szóltam. Az baj, a három széles az keskeny. A ki hogy áll közben a házával amúgy? Te ki kezdte el? Itt az is a kérdés. Én már elkezdtem, én már az alapján. Jó, med is. Én csak kőből összedobtam egyet, amíg meg lesz majd a végleges formája. Killer. Az abszolút nem hülyeség. És Máté, te hol vagy? A térképet megnézed, én vagyok balra itt az úton. Ja, te ott az átjáróban, én azt hittem mindenki tóhoz épít. Hát egy kupacba annyira nem akartam egymás nyakába lenni. Nem vagyok amúgy messze. Egy, kettő, három, ez négy széles mind négy irányba. Igazából. Csak az a helyzet, hogy szerintem igen, kellene építeni még egy szintet. Az a baj. De igen, azt igen, ki igen, lehet igen. Alakítani, hogy szép legyen amúgy, hogyha arról van szó. Jó van. Legy. Körbe egy ilyen köves udvarral, és utána lépcsőkkel szépen levezetni, mm-hmm. Hogyha úgy szeretnénk esetleg. Szerintem, hogy lehet van benni mag? Brick, kő kéne? Nem nagyon van kövünk. Sőt, igen, és akkor lehet egy pincét is ugyebár csinálni. Kéne bricknek. Mert ha ezt lerakjuk, akkor abból lehet pince. Egyel szörlőlevet, abban már nincs mag. Á, mekkora ötlet, 200 IQ, erre nem gondoltam, Máté. Na látod. Köszönjük szépen a tanácsot. Jó ötlet. Megépítem jó, ez így, a Máté, nem véletlő van itt. Na igen, ezt szeretem. Szeretek így építeni, jó, mert ezen rakja oda, hova kéne. Egész jó. Ja, mutatom, hogy mire gondolok én nektek itt. Na figyelj csak, Husi, csináljuk már azt, hol vagy? Lehet a bocikát most tetetni. Az lehet? Jaj, nem ide beszélek. Megcsinom szerintem a ház az alapját. Az lehetséges, a ház alapját szerintem megcsinom sima sandstone-ból, aztán csak átépítjük a másikká. Hogy ne legyen... Na, ez lenne az alap. Így csóra kék és ugyebár én ilyenre gondoltam, hogy ez ilyen, lehet egy ilyen pince valami, ahova le lehet menni. Amit le lehet zárni, ugyebár a fél elemekkel. Ilyenekkel, akár. Nem akarok arra, hogy itt van előttem ez a szőlő. Édesanyám hozott nekem, csak tele van meg. Nem tudom. Hoppá, kiütöttem ezt a kék növényt baltával. Maci. Hoppá. Odafigyelj. Hoppá, arra figyelj, agresszív bácski. Azt hiszem kicsit mindenki túlreagálta ezt a kék növényes dolgot, de se baj. Nos, amire gondoltam, hogy szerintem... Ez nem lesz alacsony. Hát ez valóban nem lesz alacsony. Nem baj. Sose baj. Én tök jól haladok a házamban, amúgy azt kell, hogy mondjam. Viszont ezt itt kiszíresítjük még kettővel. Még annyira nem. Jó lenne, hogyha barátos nem visszaérne. Meglépett. Meg. Itt hagyott egyedül. Egyes egyedül. Még kétségek között. De itt vagy. Na figyelj, Sandstone-ból csináltam alapot, hogy valami tervezetet tudjunk csinálni a házhoz. Hova? Na ekkora lenne így a... Jó, az magasnak alapja. Kéne az alapot tenni. Arra esetleg. Gondoltam, hogy a fű az ne lógjon be. És azért tettem itt szélesebbre, az azt jelenti, hogy ekkora lenne mondjuk az a folyosó, az is és egy három széles szoba a fenti részen, az teljesen jó. Szerintem. De majd mindjárt meglátjuk. És valaki emleget, mert csuklok? Hát akkor inkább valahogy... Így. Kivágunk itt mindent is. Ezt lebontod egyszer, mi alattad van? Mi kell jobban amúgy az alapanyagnak? Azt kéne megnézni, hogy abból gyűjtök jó, többet. Jó, egy picit odébb mész, létszi, mert pont oda szeretnék egyet tenni. Csak ugye nagyjából a keretet szeretném, meg a... Fa. Van egy olyan ötletem, hogy csinálhatnánk úgy, hogy itt még leér az alja. Fa. Itt fa már kell nem. Több, jó. Oké. Okay. Csinálhatnánk úgy, hogy ugyebár... Jó, néz ki? Hát, még semmi, ez még semmi. Az a baj, én el tudok veszni, hogy építésben egy egész hétig amúgy itt a konem van. Az a veszélyes. Így, tehát mit tudom én, az a rész, amit most itt látsz, ugye ez teli. És itt úgy folytatnánk, hogy itt akár egy pincét is lehetne majd csinálni. Hát értek, ott is van és pince. És itt meg, mit tudom én, egy picit így a víz fölé nyúlhatna. Akár... Az se lesz kicsempő. Vagy akár a lenti rész ne, nem pincéből... Nem tud kis házat építeni. Ötletelek, tehát...
Ez az, ahol várom a te ötletedet is. Azt kell kitalálni. Ezt előbb jól mutatta, most azt én miért nem láthatom? Ja, jól néz ki az alap, hát reméljük, hogy jó is lesz amúgy. Azt kell kitalálni, hogy én akarok egy ilyen pultot. Megoldani, amit én a szeretnék. A pultot azt hova kellene? Én azt mondom, hogy a pultot azt ide kellene tenni. Konami szeretné igazán. Aha, azt. Ezt csúnyán fog hangzani. Tehát a boros pincében lesz egy kis fű. De hogy, mármint, hogy igen. Ezt kiszednénk. Hoppá. Oké. Hoppácska, így. Szóval, hogy lenne egy pince alatta, és akkor lehetne az, hogy akár lesz itt egy kisebb erke is, vagy valami. Ide. És akkor ez meg nem lóg ki mondjuk addig. Így. Hanem ez, és akkor mondjuk ez mit tudom, jobban vagy akár az is lehetne, hogy az első fölé, szinten, asztalok a második szinten pedig a szobát. Igen. Már gaming, teljes mértékben ilyenre gondoltam. Igen. Itt fölötte. Tutira nézi a streamemet és kopízza, így is van, ez teljes mértékben így van. Nem tudom, esetleg milyen elképzeléseid vannak. Amúgy csak úgy mondanám neked, Sunyiban, hogy azt mondták, hogy kopizod az ötletemet. Mert? Pont ugyanezt mondtam én is, egy pince, egy kis erkély. Hát azért ne szórakozzunk már, hogy a... Tudom, nem. A pince kopizásra ne szórakozzunk, érted? Akkor... Mindenki kopizik, mert mindenkinek van szoba. Tudom, de én csak ezen rögtem. Mindenki kopizik, mert mindenki házban él. Vagy lakásban. Igen. Akkor valaki mindjárt beírja. Már... Nem, tudod mi a kopi? Mindenki konenezik. Igen. Ja, lekopiztok itt engem. Mindenki a gépben konenezik. Na jó, elég legyen. Gyenge, úgyhogy... Na ez lenne a pince, amit el kéne rejteni. Elnevetem magam. Mindenki az egy szerverre megy át. Jó ötleted? Nem, igazából egyelőre nincs. Úgyhogy van a fejemben valami, csak meg kéne rajzolva, mert... Jó, nézzük meg, hogy ez így működik-e. Rosszul kezdődik. Valamit viszont el kéne kezdeni építeni, hát egy hídon élünk. Hát jobb, mint hallottak. Még jobb, mint hídon élnek, látjátok? Az is midúr. Valahol el kell kezdeni, bárj, tudod. Induljunk ki abból, hogy ennek az épületnek milyen stílusa van. Szép. Na, ez lenne a pince. Mit szólnátok egy ilyen pincéhez? Szerintem ez teljesen jó lesz. Nem tudom erre mit kéne. Én amúgy te mindenféle arra gondoltam. Akarsz építkezni? Mert te hova építkeznél? Hát én a sziget közepén, ott a tombra. Mindenből építünk sokat. Mindenből sokat építünk. Tőlem aztán kapok erkélyt? Pincét is kapsz. Tőlem aztán? Így. Miért lesz nekem ott jó? De jó, csinálhatjuk oroszt azt tehetem. Is, hogy ide csináljunk egy... Csináljuk! Egy ilyen király. Kis házat, egy ilyen kis nyaralót. Jó, nem ami kell nekem. Nyaralót, én két házat nem építek azért. Tribe. És akkor oda... Szent. Visszaszponult ide egy fa. De hogy ez... Apufátlan mindenit. Ha. Hogy volt házat? Melyik az? Ilyen kell nekem, 10 darab. Na várj, hova mondod, illetve öntre a tetejére? Mindenből is sokat építjük ugyebe, mint mondtam. Aha. De milyen lesz az alakja? Így. Az a baj, hogy itt van egy ilyen... Szép van és egy, nagy. Itt van egy ilyen kő. Oké. Hangulatos... Ide akarsz erre a részre? Ott aztak a jó kis az a baj, boros hordok. Azaz. Terület, nem? Így is van. Azt ki kell tanulni, hogy még most kitanulom. Hát, olyan szempontból, hogyha megnézed... Ez hol van? Inkább így nézek. Hát itt az elég szívás. Ezt mondjuk meg lehet csinálni. Sör. Korsó. Hát csak, hogy ne izé a... Ez kereskedős, nem tudom én, bolha piac. Ez is kell. Híd mellett legyen már a házunk. Hát abból behordunk mindent a házba. De nekem jó itt fent is. Én itt a szívesebben tennék egy házat. Nem vagyok a bolom, mert itt jó, kell nézni. Milyen alakja legyen? Ezt inkább ilyen hosszúkásnak tudjuk megcsinálni a lejtés hát miatt. Hát ház alakja. Korsó, hordó, de milyen minden, ház? Minden is itt van, ennyi. Lakóház. Ez kell. Így is van, áthívjuk őket is akkor majd. Itt fognak bulizni, amúgy ami nem tetszik nekem, a sapka a fejemen. Na, hát mindjárt, az új kocsmáros. Tudod mit? Innentől előveszem a Joker kártyádat, rád bízom. Na ne már. Na annyira lényeg. Tapadjon a bélyeg, ugyebár tudom. Mondjad mit hozzak. Azon gondolkozom, hogy ebben a Stormglass-ban nincsen nagy kapu. Stormglass. Nem is itt keresd, nem is jó helyen keresgélek amúgy, az a vicc. Tribe.
Azt már elképzeltem, hogy a bejárat milyen lesz. Azzal nincs gond. Amit én elképzeltem, az nincs kitanulva nekem. Gate. Tudtam, hogy valami nincs kitanulva. Ez, de mégis ki van tanulva. Ja, hogy abban nincsen olyan... akkor valami fa. Pacuccos kellene, mert ez nem jó. Ilyen kicsika kellene nekem, és az lenne a pultnak egy ilyen alapja. Jó, először megnézzük a sima alapot. Majd de imádom, hogy mi mindig ilyen drága alapanyagokból építkezünk! Megnézzük ezt, hogy ezek hogy néznek ki. Ez nem jó. Ez jó. Nem jó. Ez hova megy amúgy? Jaj, ezt tudom, mi az nem jó. Ez. Valaki beírta most, hogy kék halat kell sütni, és... Mi a... Kopasz, hogy megcsinált a holdfény, igen. Igen. Ez honnan jött? Ez honnan jött el idáig? Ez... Én erre azért lennék kíváncsi. Ja, mert itt vagyok fönt. Gyerek, én ja, hogy onnan... Jézusom, Medina, jó van. Ja, arra gondoltam, hogy ez lenne itt ilyen fal. Kitanulni olyat, hogy asztal. Persze van olyat, hogy asztal. Melyik asztal? Arra ez az asztal kell nekem. Kitanuljuk. Kitanuljuk. Ez három széles. Hány éves lenni? Én lenni 29. De sietve megyek. Én lenni 29, 29 éves lenni én. Vén ember. Jó, Istenem. Majdnem megőrültem. Szívem, feljössz oda föntre? Most ti, merre építkeztek? Mit fent, a domb tetején. Melyik? Ott, ahol a kövek éppen hullanak le? Igen. Úristen, az mi az Isten lesz? Azt ti építitek oda fentre? Ja, nem, azt a medé építik. Legfelül én vagyok, de hol legyen, itt legyen bontom vissza. Jaj, bontod vissza. Azt mondjad meg fele nekem. Ja, kb. Itt. És csak az az asztal nincsen, ami nekem kell? Amúgy. Amúgy. Jó, akkor csak meg kell tervezni. Készítünk egy ilyen asztalt gyorsan. Lehet, hogy nem jót készítettem. Kb. Azt mondta az asszony. De jót készítettem. Jó. Holzbank. Úristen, hát ahhoz nagyon sok minden kell. Ne szórakozzunk már. Ennél picit magasabb kell, mert ez így még sajnos... Igen, 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 itt kezdődik a gondok, amikor ezt is tanult ki, azt is tanult ki, ezt is tanult ki, azt is tanult ki. De figyelj már. Mondjad. Az alapot azt tudod forgatni, nem? Mindent is ki mit? Kell tanulni. Az alapot azt tudod forgatni. Forgatni tudom, igen, már. Csak hogy ne arra nézzen már a bejárat, hanem... Merre nézzen a bejárat? Arra fog nézni a bejárat. Között, és miért nem tudtam? A között, a fa között legyen egyenes. Ja. Jaj, nem tudom, jó, de hülye vagyok, nem tudom oda kitenni. Érted, mire van dolog? Észre, csináljam már. Készítünk egy ilyet, gondolod? Első körben. Várjál. Egy ilyen asztalt is. Így legyen nagyjából? Első körben. Várjál már. Megnézzük, melyik lesz a jobb, amíg nem tudom, minek arra tettem az asztalt. Na mindegy. Így legyen nagyjából, nem? Aha, inkább. Na, ha ez lesz a bejárat, akkor ide erre ráteszek majd egy hatalmas kaput. Hello Tiger, ciao ciao, jó ét! Az a baj, ezt látni kéne ahhoz, hogy tudjam, hogy melyik. Az a jó, hogyha el tudom olvasni ugye a feliratot, hogy Outer Face. Attól függ, melyik oldalán állsz. Hát igen. Ha kívül vagy, akkor kívülről kell tudnod elolvasni. Lemerjem rakni szívem? Lerakom? Na vajon fel tudunk itt mászni, nem jó mi? Lesz? És pont nem elég, pont nem elég. El tudtad olvasni? El. Akkor nem jó. Fordítva van. Ha belülről rakod le, akkor nem pont. Kell tudnod elolvasni. Pont felment. Nagyon ne szívassatok már, most ez komoly. Mondtam, hogy ha kívülről vagy és el tudod olvasni, ez akkor jó. De te belül voltál ezek Istenem. Szerint. Most összezavartál, Máté. Én. Így van. Én mondtam szépen. Tök jól néz ki, ahogy szétesik a na.
Így akkor most jó. Úristen, milyen pult lesz. Az a lényeg. Oda figyelj. Jó, akkor ezt itt... mi ennek a neve? Ide fog jönni. Már most. És ez milyen fordítva? Viselkedjen már ez a fa? Na, teszed oda? Aj, mire... Jó, addig megcsináljuk a másik asztalt is. Sőt, csinálunk vagy hármat. Még belőle! El is vagyott a... Az acíl. Lőzik-e? Tessék, kész. Mindegy. Építek még egy kicsit hozzá, mert... Igen, kajáni. Kajáni kell, inni nincs kell, hozzá még úszunk. Nyeljük a vizet. Hajjaj, ez nem lesz egyszerű ez az épület. Hát valami kastélyféleség lesz amúgy. Valaki írja, hogy csináljatok kastélyt, az a cél. Meg kéne tervezni, mert az lesz a vége ugye, hogy nem tudom mennyi mindent lepakolunk, és akkor utána... Jó, akkor tervezzük újra, azt már nem szeretném. Készül itt minden a is. A követ azt most kiégessem az összeset printnek, amit hozott. Szerintem mehet, aha. Jó, mert akkor van jó, már ezt hozzuk. Van. Hordó, korsó, ez is kell, ez is kell. Az asztalra is. Isten itt, milyen kocsma lesz, Jézusom. Jézusom, milyen kocsma lesz. What? Ebben a páncélban amúgy megnézni, hogy hogyanként úszik. Azért ez elég komoly. Az úszás technika páncélban. Nagyosabb. Lenne jó, ha... Uha, ezekkel a háromszögekkel érdekes lesz ez a ház. De sokkal szebb dolgokat lehet bőle kihozni, szóval megéri vele szívni. Na nézzük, hogy fel tudunk-e menni megint. Nem. Nem, ott mentem fel az előbb. Itt mentem fel, az anyáret. Oh. Az a lényeg, hogy ott visszafelé le fogjuk bontani köszi. A dolgokat majd. Tehát a másik sorozatban nem fog felmenni. Baj! Elképzeléseim szerint... Ezt tetszett, ez jó volt, igen, köszönöm. Nincs de másik de felé fél fa. Pont, hogy kell, jó. Oké. Okay. Az asztal elé nem tudom, az a baj, hogy mely szétizik most igazából, csak egy ilyen... Vá... Mi lett volna, ha nem beszélem meg? Ugye. Vázlat lenne. Vagy nem akartam egy íkhoz menni, vagy mi az Isten, az kő. Valami csodához. Amúgy igazából vannak ilyen félfalak. Még. Csak mindegyik ilyen szöges. Az a baj. Itt jönne az a képbe. Ez lehet, hogy nincs még nekem. Lehet, hogy elsőre kicsit durva lesz. Az a baj, majd megnézzük, hogy milyen ilyen félfalak vannak még. Abban, amiben most vagyunk, vagy amiben most építkezek, ez a tribe, ez a hajótöröttes cucc, abban nincsen. Nincs elég? Az utolsó fa. Pillanatban mászok fel amúgy. Hát egyik sincs igazság szerint. Zsófi halk, hát nem beszélt hangosan most éppen. Még azt tudom csinálni amúgy, hogy ezt felemelem. Széttöröm ugyebár. És... így építem meg. Okay. Így nem fog látszani. Sajnos nehéz, hogy minden része. Is nálam van persze. Akár, nézd meg. Figyelj, oda figyelj! No, kicsit monumentálisra szeretnéd, ugye szívem? Hát alap. Ne szórakozzunk már ilyen kis izékkel, vagy bárkkal. Nem tudom, legyen benne egy szünet. Ne legyen benne szünet, mennyi helyünk nincs. Így amikor kinyílik az ajtó és ez a sok lépcső a léptáról, akkor legyen egy ilyen faktor benne. Ez így jó? Na jó, hát azért, na. Wow. Akkor azt akarom, hogy itt... Mi az? Nagyon ne, ezt ne csináld. Ezt a wow, ezt ne. Ez kb. Olyan lesz, hogy kinyitja a kaput valaki, és akkor így meglátja a sok kicsit, jó, akkor inkább nem megyek be, se. Ez remek. Hát úgy akarom, hogy tudod, legyen két oldalsó szárnya majd az épületnek, a középső meg ilyen jó magas lesz. Ez nekem is lesz szobám, meg akkor itt a csapos...
De én, arra figyelj, a csapos hozza a sört. Igen, igen, az egyik szárnya tiéd, a másik meg az enyém. És akkor hát tulajdonképpen, mint, mit tudom én, tehát mint egy, most bocsánat, hogy ehhez hasonlítom, de egy csirkét képzelj el, ami háttal áll neked, és a segge a bejárat, és akkor ilyen hátrafelé így föl majd emelkedik az épület. Szóval egy csirke segén fogunk. Hát mi van veletek, úristen? Két oldalsó szár. Hát mi van veletek, ez csapos. Nem tudtam megfogalmazni, hogy mire gondolok. Kész. Csirkeház. Ez igazából montásba ide pillanat, ez nagyon jó lesz. Ez nagyon jó lesz, srácok. Kanyag, és még ide még mindig lehet leszteni dolgokat. Csinálgasd a dolgok, mindjárt visszamegyek, lepakolom a fölösleges dolgokat. Ami kell még nekem mindenképpen. Más nem csinálok most. Az nagyon jó. Ugye ez elég nagynak kell itt ennek az egésznek lennie amúgy ahhoz. Az micsoda? Wow, még ilyet is lehet lesz készíteni. Itt minden is lesz, itt minden is lesz. Na jó. Ez a stream még lehet, hogy kevés is lesz ahhoz, hogy ezt megvalósítsam. Szerintem, hogy van nálam kulacs! Úgy srácok, ez egy hosszú stream lesz, azt hiszem, hogyha... Hát, hát amit most itt kitaláltam, ne, rosszat készítettem! Oh. Az nagyon beteg. Jó, 5 széles nekem így lesz. Rosszat készítettem. És az lesz, hogy az oldala, az majd így... Az majd 45 fokba fog tudtam, így tudtam, oldalazza nem stimmel a fallal. Kettőt oldalanként. Ah, oh, rohadt menő lesz. Ezt most ide letesszük, ne rohangáljunk mindennel is. Jó, akkor ezt most eldobom. Ez nem kell, ez kell. Leviszem azt az alapanyagot, ami a, az értékes házhoz kell, jó? És akkor kicsit megnézzük. Szerintem kő van annyi, mint a fene, úgyhogy a kő az nem kell lesz. Na. Nekem most. Nem, ez, tényleg, ide. Ez tényleg bugzik itt. Kaja az kell. Fa az van, kő az van. Hát iron reinforcement nincs is nálam konkrétan. Hát a fát azt készíteni kell. Vagy steel bar, vagy steel reinforcement, bocsánat. Bocs. Jó. Oké, ez itt éghet is. A lényeg, hogy a vas folyamatosan égjen, meg folyamatosan égjen a brick. És akkor jók leszünk. Nem kell itt a legdrágább építőanyagból építeni, srácok, látjátok. Előkészítem az alapokat, úgyhogy fogok nézni. Lehet itt finomabból is. Hardened bricket hogyan is kell csinálni? Pont úgy, igen. Ahhoz kell szerintem... Izé is. Ami komolyabb alapanyag. Szívem, az mit szólsz hozzá, hogyha megépítem az egészet sandstone-ból, és csak a külső, tehát ami látszódik, meg ami megsérülhet, elemeket erősítjük majd meg tényleges elemekkel? Hát... Jó, ez akkor jó meg lesz. De azért én befejezem... Tribe? Sem. Hát te ezt, nem fogod az egészet tömören kitölteni, nem? 67? Majd meg lesz bőven alapanyag. Bízzál benne. Amit én szeretnék, csak az, hogy lássam, hogy mi újság van. Igazából majd lesznek ablakok. Mi ez a ha? Nem tudom, én is hallom. Éppen összement a... Eltűnt a tornádó, összement. Ja. Ó, és világos van, na, ezt már szeretem. Például, arra gondoltam, hogy bejárat az itt lehetne. 1, 2, 3, 4, 5. De és... Mondani akartam, mi volt? Hogy mindig mag sötét lesz itt ezen a részen, mert már unom, de... Nem, Andris, nem most. Aztán lőn világosság. Jó. És világosodott csak neked, jaj. Ott tesz a bejárat. Mondjuk ezt nem kellett volna látni. Ide lehet, hogy teszek egy falat. Mit szólnátok hozzá? Szeretnél saját pincét, szívem? Hát, hogy szeretnék? Mert akkor lehet pincénk is amúgy, ami azt illeti. Boros pince? Ekkora házban. Így. Boros vagy boros? Na ez. Ez lesz az, ami egy kocsma. Gyerekek, ez egy kocsma. Mit csináljunk a macival? Focizzuk le. Kokizzuk le. Ja, kokizzuk le. Kopizzuk le, masit, masit, kopizzuk le. Masi, masi, masi. Masi, masi, masika. Ez lesz az, ami egy kocsma lesz, gyerekek. Ez kocsma lesz. Ide, nem ez kell nekem. Hanem ide is fogok tenni egy... igen, leraktam valahova. Oké. Okay. Köszönöm szépen, tetszett. Hát az oldalát majd még kitaláljuk, úgyhogy lesz egyelőre megcsinom így. Fa, ami kell nekem. Ez mi? És akkor megint készítünk egy ilyet, az biztos, jó. Sok-sok fát azt még hozunk. Alapanyag, nincs elég alapanyag. Ajjajjajj, elfogyott a kavics.
Lehet, hogy jó lenne, hogy nekem is tudnám majd hordani egy kis kavicsot. Én nem jön vissza, mert agyvérzést kapok. Jó, Istenem. Már megint borul, nézd meg. Nem, most csak izé, csápol. Ki vannak a csápjai? Aha, kinyúlik a csápjával, ez csápol. Én még nem látom. Az előbb csinálta. Überlastet, azt mondja. Túltöttük magunkat. Nem para, nem para. Hol vagy szívem? Bent vagyok itt az épületnél. Az ami majd a nagyobb, nagyobb... Várjál, pont most akarok lépcsőt gondot csinálni. Fogja okozni, az a külsejét is szépen rendbe tenni. Menjen még egyet kifelé szerinted is, utána menjen lefelé szépen a lépcső. Aha. De... Jó. Megoldunk mindent, megoldunk szélesebb mindent. Legyen itt ez a fenti rész? Akkor, vagy, akkor lehet valami... Szerintem lehet. Kép itt oda azt a világító tornyot. Én. Ezt ide bentre? Köszönöm. Így. Kéne ehhez szerintem egy boxot letennem, hogy tudjad nekem ide hordani a dolgokat, szerintem. Kéne nekem 100 fa, meg twine egy kevéske. Twine tudok gyártani. Bele tudom építeni 12, másikba. Tudsz nekem 100 fát most idehozni, mert pont nincs nálam annyi. Hoppa. Tudom majd, de mit teszünk. Ott most is csápolt. Fogom elérni. Akkor bele tudnánk pakolni, és akkor ugye, hogyha jössz, akkor nem... Kettő magas lesz végig, ugyebár. Nem is van. Várja, megvan. Ne dob ki. És mi van ott? Hol a twine-om? Öcsém! Nem gyártottad le a twine-t? Oké. Okay. Igen, 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 valami hordóra, vagy valami ott, ilyen... Ott a doboz száll mögötted. Raktam. Igen, dobozra gondolok, majd mindjárt megnézzük ott lent az asztalkánál, hogy mit lehetne oda tenni. Leugrunk itt. Jep, yeah. Azt mondta a karakter is, hogy jep. A Stark, amit szeretnék kérni tőled, hogyha lehet. Mondjad. Egy ágyat, vagy emléletek, te tanultad ki, hogy azt készíteni nekem egy ágyat. Én nem hoztam magammal az ágyamat. Persze, emléletek tudok csinálni, csak az a baj, hogy nem vagyok most, vagy hát nem vagyok otthon, nem vagyok annyi dobozt. Csinálok neked ágyat. Elmentek neked otthonról? Így van. Igen, 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 ja. Tudom, hogy van kis hordó is, meg ja, doboz is. Szerintem... Nem tudom. Átkraftolódott a másik bőré. És abban lehet ágyat csinálni? Azt nem tudom, sajnos. Na, majd ezt a fát később kivágjuk. Hm? Megtervezem először ezt az oldalt, aztán a többit. Nem kis mennyiségű korsó készül. Itt lesz ivászat. Itt lesz ivászat. Egy kicsi. Egy kicsi ivászat lesz. Ugyebár jön a probléma, amikor ez már a földdel válik egyenlővé. Na mi az, ami még kell nekünk? A láda, ugye? A láda az, ami kell nekünk. Nem ez a fajta láda kell, ugye? Oké. Ez így jó, és akkor közepét azt meg lehetne csinálni, mivel az mindig olcsóbb, ugyebár ez a szögletes padlóval. Hol van az a láda, ami kell nekem? Asztal, az is kell. Hát ez is kell, mert ilyet is akarok. Szőnyeg. Az nem. Ládáknál, a vaultnál. Hát a lényeg, hogy most is valami kicsit építünk. Szokás szerint. Igen, ami ez nem kell sok alapanyag, megvan. Nem hat részen keresztül fog készülni. Kocsmáros lány? Fogunk kocsmáros lányt. Már éhezem. Panasz, nem lesz rá, hidd el. Na igen, és melyik óra? Jó, ránéztem, hogy hány óra. Melyik láda passzolna oda, mondjuk, hogyha... Maci, hogyha tudsz adni 20 darab bőrt, akkor csinálok neked ágyat. Nem lehet megfordítani, hogy hova nyíljon a kap? Figyelj, ugye keresek valamit, amit le lehet vadászni. Ha meglátjuk ezt a kapusz dolgot. Se. Valaki nem talált valami állatot, amit le lehet nyúzni? Így lesz. Hát akkor szomorítsalak, nem különben.
Ez itt aki, ez itt kicsoda, ez itt Máté lenne, akit hirtelen egyből a szúrra kezdeténél van? Biztos jó. Ja. Én vagyok itt fönt. Király. Nem találtál itt valami állatot? De tovább mész, van ilyen struc feeling, meg kutya. Struc feeling. Ha megy, azt fedd össze a strucodat. Hát azt hiszem van állat. Már nincs kövem. Csak az egyik szárnyat fogom most megépíteni, a másikat meg majd lekopízzuk. Mennyit mondtál, Zsófi? 20-et. Jó, egy őzadott 130-at, szerintem az elég lesz. Most rohanok vissza. De az nem baj, ez nem baj, jó lesz ez így. Ez a szorzó, de egy kicsit hát sokat ad szerintem. Dolog. Én picit finomabb szorzókkal játszanék. Jó, akkor persze a kihívás is nagyobb lenne, de... nem látnám hátrányát. Majd Grundár majd, amikor toljuk. Mert az egyik fal kívül van, de mindegy, azt akkor lesz küzdeni érte. Jól néz ki, hát ez még nem is a ház, most még csak a pince részét építem, ne szívesetok. De hogyha már ez figyelj már főnök! Szerintem egy teve áll arra, hogy kiszed. Mindjárt megyek a tevémet, kiszedem. Itt a kutyám. Hello! Vagy ez még nincs kész, csak itt áll benne, vagy mi? De kész. Ha jobb lent még ott megy a csík, akkor még nincs kész. Nem, készen van, a kutyuli itt várja, hogy kész legyen. Hogy kell kiszedni innen az állatot most amúgy? Ki kell húzni ide? Ja? Valat megcserélem, hogyha majd cseréljük, akkor ezzel ne legyen probléma. Hogy teszem ki a kutyát? Grundár, 1300 óra. Hogy kell kitenni a kutyát? Hogy tudtad a fölötte lévő... rossz... Ah! Egy. Majd itt meg kell emelni. Arom a bört, tényleg már elfelejtettem. Kitettem ide a bört eléd. El egy kis kő. Kis kő, milyen egyet szeretnél? Mindegy, igazából mindegy. Vagány a gladiátor? Hát ilyen spártai harcos akarok lenni, de... majd meglátjuk, hogy milyen lehetőségek vannak még később esetleg. Örülök, ha bejön amúgy, szerintem is tök jól néz ki ez a set. Egy nézőm írta amúgy, hogy ő sokszor rohangál pajzsal, mert hogy most az új rendszerben már... Remélem kényelmes lesz, használ egészséggel. Köszike. Picit változtattak ugye itt a harcrendszeren, és hogy azon gondolkodtam, hogy én is valamilyen pajzsos setupra váltok, és az egyik nézőm írta, hogy hát ő mindig pajzsal megy, meg javelinnel, és akkor az tök ilyen spárta, és tökre megtetszett az ötlet. Akkor kinéztem, hogy melyik... cuccok lehetnek erre megfelelőek, stb. Figyelj, majd a kutyám! Köt? Ott a kutyám, a fent, némán. Hol? Ott. Jaj, de cuki kutya! Hol? Itt van mellettem. Vad aranyos kutya, azt mondja. És hogy kell ezzel támadni? Várjál, hogy kezdett. Támad le! Öld meg! Ezt ne öld meg! Hát azt már nem fogja megölni. Azt már gazdája megtette helyette. Meta lett a pajzs? Nem tudom, Grundár, nem tudom. Nekem pajzsom baj, nem nagyon tudok sietni. Én mindig is pajzsolatoltam, szóval... Öld meg! Harap meg! Csip meg! Fogd meg! Ez tetszik. Az lenne, hogy az rohadt nagy egy szobának. Mindegy, nem baj. Hogy úgy lesznek majd a dolgok, hogy... Elvel utasítsam! Ja, hogy elvel utasítok. Nem használtam sosem még állatot. Ez nekem újítás. Mindjárt megnézzük. Keine Ausdauer. Jajajajaj, nincsen stamina. No para. De most hogy utasítom elvel? Hogy most azt mondom neki, hogy... Oké, szóval úgy lesz majd ez az egész, hogy még hátrafelé egy kicsit majd fog nyúlni ez az egész. Ez mi volt? És... innen. Jó lenne idáig megcsinálni. Itt van már megint ez a szörny. Szépen. Na, kutya. Szedjük szét ezt a valamit? Lehet, hogy bele fog halni a kutya. Befejezni, és akkor tulajdonképpen a maga a szoba az a sarokrész lenne ott hátra.
ez az egész oldalsó pedig maga a ház. Nem, mert dobálják itt egy zinket, voltunk. Kutyával már egy kicsit könnyebbek leszünk. Medi az, aki föntről kutyával már jobbak bombázza, úgy tudom állni. Én tudom, a cuccokat? Én. Ezt akartam mondani, csak majdnem, nem igazán jött össze. Nem, hol? Nem adtam. Ládát nem készítettem, nem baj. Jaja. Nem baj? Nem baj, nem baj, nem baj. Az 1300 óra, az 1200 óra, matekból jó vagy, igen. Ennyi lenne a kecsú, hát most annyi van, hogy brutál sokat kell farmolni, hát ezt bevállaltuk Zsófival. Nem mondjak. Szokás kutya? Szerint. Ugyan a kutya. Így van. De tényleg én most nem vittem neked követ, hanem beraktam az összeset az égen. Tényleg a tevére amúgy van valami ez skin? Nem akkor jó, gondol... ez. Ez lehet, hogy jobb lesz ide. Így hordó. Mondjuk a menü az lenne, hogy rá lehetne tenni. Nem. Pajzsok. Most ez komoly. Jézus. Jó, akkor megkérdezném a kedves csetet. Tudja valaki, hogy a tevére lehet ezt kint csinálni? Vagy valamilyen ilyen szerült, vagy páncélt Rino? Megyek húzért, nem a szomés vagyok már megint. Mi nem? Most mire mondtad a nemet? Nem tudom, mit kérdeztem. Húz, ez is legyen tele. Ami kaját viszek el. Elméletileg nincsen a tevére. Nem már. Annyira nem örülök, de remélem, hogy jó sokat elbír. Meg tudod nézni. Ott van bent! Jaj, de aranyos! Szia! Ez mi ez a dió? Dung? Ez mi a retek? Meine kleine teve! Úristen! Úristen! Dia! De kis Nyomi. Mi az, hogy Nyomi? Neked van tevéd? Nincs. Te, van teve klubod? Igen, van. Én kétszer csináltam, mind a kétszer meghat a teve. Adjad már, armor. Mi ez a 2450? Az a súlya lenne? Nem asztal lesz, nem asztal lesz. Itt polcok lesznek itt végig. Igen, polcokat lehet készíteni. Na gyere velem, megyünk követ szedni. Maradj itt a picsukára? Mindenhol kiszedték a többiek. Megyek, megerítem a csákányomat, mert be fog törni. Az a többiek az én voltam itt a környéken, csak mondom. Van még való sima bőrünk? Az arcodon. Áááááá! Uff, baj. De az se sima, hanem ilyen izé, pikkes. Igen, a polcok azok nagyon jók lesznek, csak ott vejtettem mindent. Ha csinálhatnánk acél eszközöket a múlt szívem. Az őzi két, megöltem. Oké. Elmondtam itt a tornádóhoz, mert itt vannak a vasak. Elkezdek simán nyugodtan vasat bányászni, erre nem megtem, ott a csontvázak meg mindenki. Jó. Mindegy, most egymásra agróztak, szóval itt kiszedem. Jó, a amit készítünk. Ez a teve, ez jó lesz építkezés ez amúgy. Hát megyek, azt elviszem bele az egész hát. Ilyen horrorból fogunk sokat készíteni, az biztos. Ez túl egyszerű lenne, srácok. Ide mások is farmolnak, és lenyúljuk. De ezt te is meg tudod javítani, berakod a blacksmithbe, és megjavítod. Le kellett volna rakni már az ágyat, még nem raktam az ágyat. Szerint. I think. Ez most nem ilyen kioktatós akart lenni. Asztal, ez a fal, ez az ágy. Csak modda, ezt mondjuk sajnálom valami... Sok mindent elkészítünk. Ülést tehettek volna rá. Ezt nem kell. Fűthetőt, természetesen. Meg egy csövet, amikor ki lehet a pupjából szívni a vizet a karakternek, hogyha ez nagyon szomjas. Igen, súlyos. 30-szor 1000 követ bír el, hát az fullos lesz. Ez nem morálatok színe. Csoda? Semmi. Én itten... Jó. Kihasználom a tevémet 100%-ban, azt hiszem. És tök jó, hogy megint sötét. Igazából én tudom, hogy mi kell még nekem. Mondani is akartam, csak nem akartam már megint hisztizni. Kandalló. Kandalló kell nekem. Képek se rosszak amúgy, igen. Ez nem kell. Én viszont szeretek látni úgy általában a játékokban, úgyhogy mindjárt itten kovácsolunk egy csákány. Csákány? Torsz. Szék, a szék is kell.
tudtam, hogy te csákánnyal világítasz. Te kemény vagy. Nekem világítós, tudod. Itt a polc, ami kell nekünk, azt is készítünk mindjárt. Új, ez is jó. Ezek is nagyon jók. Ez is kell. Minden is kell. Trón, az nem kell. Erre gyere teve. Nem érünk rá holnapig. Ezt nem érek el, ez sem. Itt a bázisnak el kell készülnie egy másik alapanyagból, hogy lássuk, hogy fog kinézni. Az asszony Leo készhassa. Ő meg addig farmolja hozzá a dolgokat. Ó, jó. Hú, egy kis szén is adatik. Lehet, hogy ezt kidobom majd itt. Lenyújjuk. Jó, és akkor mi kell nekem? Én ilyet akarok. Most kidobjuk, az nem kell. De te ne tologass, te teve! Nem csináljuk. Te ne tologassál már! Igazából ilyen korsó, az vas. Vas. Jézusom. Vas. Vas. Follow distance. Figyeljetek, ez a hegyi kecske, ez támad? Van mindegy. Igen. 10 ilyet készítünk. Pár ilyet. Ez mi ez, hamu? Megsérült a tevém is. Ja. Legyen az is az asztalra, jó lesz az is. Most kiszedjük. Nagy hórút akarom készíteni. Ez a nagyobbik? Nem tudom, ez a diet az, ez a kicsi. Ez a nagy. Vagy 10-et rakjunk le, nem? 10. Egy 10-es. Egy 10-es elfér a lent szerintem minimum. És akkor a polc. Hol a polc? Itt a polc. Szétcsapjuk a köveket, gyere te teve! 10-es polcocskát is arra fittyentünk. De azzal ezzel a tevével menni farmolni, ez nagy királyság amúgy. Ginny? Valaki meg akar dörzsönni Ginny-t? Már tök sok kő van benne. Az a baj, hogy az asztal az nem. Basszus, de megijedtem, hogy eltűnt a kövemmel együtt. Inkább ezekből készítek. Egy 10-est készítünk ebből. Erre utána megszedünk 8 darabot készítünk ebből. Mindent is készítünk, aztán majd meglátjuk, hogy rendezzük be. Igazából lépcső, a lépcső. Még el kell rendeznem még mielőtt bármit is teszek. Megyünk egy kis fát tedni. Legyen hely annak is, nagy utána gond legyen vele. A valakinek faszka. Van szüksége gyantához a házára? Meg nincs. Basszus, megint gyanta. Megütöttem ezt a hülyét. Ja nem, most csak szimplán véres, jó. Jó. Oké, elhoztam mindent, Jó. Három lábú székeket még nem. Egy-két ilyen kisebb bankot leteszünk, ilyen parot. De még a szék, meg az ilyen asztal, még azon nem. Amúgy aranyos az a teve. Majd meglátjuk, Ez is meghaltam. De mitől szintet egy teve? Itt... Mindegy. Hármas szintű a tevém, csak úgy szólok, jó? Az én tevém fejlődik. Kemény vagy. Amúgy én úgy tudom, most lehet, hogy az én hülyeségem is rosszul emlékszem, hogy akkor nő a súlya meg az ereje, vagy ilyenek. Az ereje az mindenképpen szerintem. Az élete biztos, hogy nőtt amúgy, mert én úgy emlékszem, hogy az ilyen 400 környékén, ott már hármas szintű a tevém. Valószínűleg azért, mert harcoltam mellette amúgy. Van 700 HP, az amúgy kifejezetten jó. Nekem valami harci rinocérosz kell, vagy valami hasonló, amire fel lehet majd ülni. Jó. Gondolom ritka lesz, mint a fehér holló majd. Nem nyögünk, teve. Harci rino. Ide is lehet tenni polcot amúgy. Hát ezzel lesz egy kis egyszer. Probléma, hogy most a tevémet fogja bántani. Az a baj, hogy én... Ilyen belső nézetbe fogok. Ó, defendel a tevém. Mi ez a brutalista épület itt? Aztán. Hol a Javeli, nem? Hoppá. Lesz itt polc bőven. Az a kőszerű állatot, ha szétszered, mit ad? Kristálykő meg Demon Blood. Igen, de mondjuk igazából jó, hogy a teve nem az egy párszor még újra fog éledni, úgyhogy... Nehogy már ne tudjam megölni. Igazából azt szerintem későbbiekben is szétszedhető lesz. Nekem vas kéne erre egy csomó amúgy.
Hát az nekünk is sok kell, sajnos, mint mindenkinek. Zából én ilyen-ilyen hát díszítésre gondoltam. Eldobáltam a dárdaimat, de... én élettelen... szanaszélyesség. Ott egy Hughes, azt is megnézzük tele. Négyes lett a tevém! Tök frankó. Nem, a Hughes az lehet, hogy erős, úgyhogy azt nem. Úgy emlékszem, hogy az erős, azt nem szeretném bántani. Középre koponya. Hova középre koponya? Oda? Az a koponya, amit én láttam egy ládába, azt ki lehet tenni? Amúgy. Most ez így, most én... Rilli kérdezem amúgy. Igen, HP és sebzést. Ugye hozom is. Ide teszem a koponyákat, vagy nem tudom hova. Bocika, hol van? Szerintem nem, ide, a két korsó közül. Afkol. Becsaszom. Most érkezett. Afkol a nappaliban. Lesz kikkelve. Nem, csak a Marci lesz kikkelve. Véletlenül DC-ről kikkeltem. Mert... mondta, hogy ki akar lépni, csak nem látja a Discordot, mert benn volt az egyik társalgó szobában. Én így. Meg mondtam, hogy segítek, várja, és akkor gondoltam, csak onnan kikkelem ki, de kikikeltem teljesen a szerverről véletlenül. Egy misclick tulajdonképpen. Túltoltad. Mi? Túltoltad. Nem toltam, túl ez túltolva. Szétverek. Nagy igényű a játék? Hát kell neki vas, de annyira nem vészes, olyan közepes. Azt akarom, hogy szép legyen, azért kell alá valami normális vas. Amúgy most szívem, kérdezted, hogy a laptop vagy tolja. Hát amúgy ez is hordó itt végig. És mindenki ezt le kéne zárni, lássam ezeket a hordókat amúgy. Mit az a laptop? Hát az azért laptop, az egy jó laptop. Az a laptop vigye is el, basszus. Zsófi most a laptopommal játszik. Nemrég szereztem. De hát, hogyha azon nem fog elfutni, akkor nem tudom, mit csinálok. Ezt nem tudom lezárni. Az baj. Ez baj. Gyere fel! Az én tevém hülye, a te kutyád legalább okos volt. Hát teve és kutya között van különbség, igen. Miért tudod, hogy a tevék milyen okos? Miért, te tudod, Andris? Nem, ezért kérdem, hogy ő hát tudja. Hát Andrisnek van egy tevéje a teve klubban. Hát ez az amúgy, az olyan okos, már mindent tud. Kezet mosni, már mindent tud. Kezet? Ez komoly? Repülni, az már tud mindent, az a teve. Szuper teve. Ez így egy 10 év alatt megtanulhatott ezt-azt. Tehát, hogy lehetett volna forgatni, és akkor mindig másképpen néz ki. Magizik a teve klubos tevével. Egy-kettőt megforgatunk. Vége meg van. A Conan-essel. Hát nem tudom, melyik a jó. Hát a Conan-es. De ezt te se gondoltad, hogy modernebb teve. Ez nem, ez nem 2002 vagy 2004-ben volt teveklub? Mikor volt teveklub? Nem tudom. Hát nem valamikor most. Krisztus előtt. Krisztus előtt. Okay. Nem így vissza helyére. A ló gyorsabb, de a teve okosabb. Skorpiók. Meg is oldjuk. Jó duma. Jó. Én ilyen stílusra gondoltam itt amúgy. Jaj. Pocika visszajött. De hogy tudja kinyitni az ajtót? Hát becsuktam kilincsre. Szintet lépett. Pocika, mit csinálsz? Mi van, miau? Most ez... most nem csatlakozik hozzá, vagy most ez mi? Most nem egészen értem. Ez lehet, hogy így hülyén néz ki. Ez biztos, hogy szintet lépett ez a macska. Vagy te bakker. Mit csinálsz? Letöltöd valami cheatet. Hát valami cheat engine-nel nyom itt a lakásban a macska amúgy, de tényleg. Nem, ez így nem néz ki jól szerintem, bár... na, így már jó lesz. Tudom tenni nagyjából ugyanolyan távolságra le. Hát, hogy majd kisebb asztalakat fogok készíteni, több kisebb. Ja. Jó. És a díszítő oldalt, azt majd valahogy szépen megoldjuk. Ez ilyen nagy? Mi az Isten ez? Na most egyszerűen csinálok egy lejáratot ide. Le tudjak majd menni. Jézus, ez mekkora. Aztán ez majd meg lesz oldva nyilván sokkal esztétikusabban. Elfogyott a kövem. Teve! Ez beleesik az asztalba, de miért?
tudom igazítani az asztalhoz. De várjunk, ez az asztal, ez bugos. Azt mondja, hogy ez az asztal nekem... Nem jó. Hogy az nem asztal. Na, itt a baj, csinálni. Itt kezdődik a baj, lépcsőt igen. Most első körben. De volt is nem lépcső, bakker, mindegy, nem baj. Na itt a baj, hogy ez nem asztal. Figyeljél, az nem asztal. Ez nem asztal. Inkább asztal. Ez nem így lesz majd, csak most egyelőre. Akkor nem lesz jó, nagyon nem. Igen, 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 igen. Ez lesz majd az egyik boros pince. Ez inkább így, nem? És akkor fogod, leülsz. Persze jó irányba. Fogod, most leülsz. Azon gondolkozom, hogy miből csináljuk, de szerintem csak kettő ilyet. Kettő sima fal. Nem leülsz. Ezt tetszett. Isten rúgja meg ezt az asztal, az itt. Sajnos itt nagyon... Padot. Oda szeretném föntre. Oda, vágod oda föntre. Várja, a lába befele legyen is, akkor ül bentre. Ez egy hülye kérdés. Ez, na ez, ez gyerekek. Ez így, ez így, ez így. Jój, ja, mert ez még nem fed teljesen azért ilyen, jó? Jó. Nem baj. Ja, ez meg... Tudom, hogy miért nem engedte oda tenni. Hát ez, úristen. Azt nézem, hogy hát ez mint a WoW-ban a törpök. Nagyon belóg a fű maga. Ez lesz a jó. És akkor most a dohányzó. Bár ezt ide kitoljuk szélre. Jön a pultos néni. Le tudja venni könnyen. Valahogy ide ültet téged. Ide teszünk még szélre egyet. Ide ültet téged. Teszünk. Szívem, te most mit gyűjtesz egyébként? Ide? Te mit gyűjtesz egyébként? Én most a háznak a vázát építem. Ez. Hogy lássuk, hogy mennyi minden fog kelleni, és fog kinézni az épület majd. Kell kiszállni ebből az ülésből amúgy. Így. És ami kell nekem, aztán megyek én is mindent is gyűjteni, mert hát egy pár dologra szükségünk lesz szerintem, hogy ezt így elnézem. Ezt innen elvesszük, és ugyebár ezt megkapják. Azon filózom, hogy ide lehetne egy lépcsőt tenni majd. Na, ilyen asztalokat fog készíteni szerintem. Nem mindegyiken lesz ennyi korsó, meg nem mindegyiken lesznek ilyen dolgok. Jó, és akkor mit akartam? A lépcső. Hogy tetszik eddig? Két szint magasnak kell lenni a lépcsőnek. Hova tegyek úgy lépcsőt, hogy ne legyen zavaró? Hát ide fogom tenni a lépcsőt. Ne kérdezzétek miért. Erre Bambi, sétálj bele! Kapta a pofon. Miért akarom középre tenni, de középre fogom tenni a lépcsőt. És akkor... Egy is. Jaj, de úristen. Buta, buta. Köszönöm szépen, kicsit elkéstem, jó játékot. Edwin, köszi szépen. A szuper csetet, köszi szépen a támogatást, de hogy késtél el, koma. Itt ráérősen nyomjuk. És ezt meg lehet itten tuningolni még itt olyan dolgokkal, hogy mondjuk itt fallal lefedem. Ide is lehet tenni akkor tárolót bentre akár, vagy valami. Szerintem, de az mellékes. Ami kell nekem, az a szint. Nincsen olyanom? Hogy ne lenne, hát minden is van. Igen, ide kéne a másik. Acinak minden is van. Fa, az van, kő, az van. Igazából alapot tudunk még készíteni. Érdekes, hogy abban már van ennyi. Tribe. 35, odafigyelj, befigyel, 35 darab. És akkor azt mondja, hogy send. Ez kéne plant fiber, mert minek? Azt honnan kukázzak plant fibert itt? Ne szivassuk már egymást. Fájdatok nincsen véletlenül? Micsoda? Jaj, nem oda jövője. Micsodák nincsen? Hide. Hát ott a hídon a közösben néz meg. Biztos, hogy van. Na és akkor az a lényeg, hogy itt az oldala is le lenne fedve, csak hát még egyelőre az nincs meg. Az még egyelőre nincs meg. Hát ez nem egy streames ház lesz. Ez már kezdik kicsit ilyen... kicsit komolyabban kinézni. Ide még teszünk egy ajtót. Ha valamilyen fegyvert tehetnék a játékban, mi lenne az? Én amúgy lehet I-puskát tennék bele. Szerintem az nincs.
És igazából nem ajtó lesz itt, jaj, csak keret. Ha már úgyis van kővetőgép, meg ilyenek, akkor szerintem meg egy valami standardebb, nem azt mondom, hogy egy ilyen 21. századi, de valami, valami abszolút a most normális ípuskát tennék bele. Igen, letettem a baltámat is, vadállat. Itt teszed le a baltát. Arra vagyok kíváncsi, hogy ide ezt kell letenni. Ide mit teszek, srácok? Az volt az, nem? Nos, gyorsan megépítjük itt az alapot, hogy a körvonalak meglegyenek, és akkor körbe is majd valamit ki kell találni, még azt nem tudom. Mindjárt van nagyon sok, van nagyon sok kövem. Micsoda? Mindjárt mutatok egy kis ötletet, hogy mire gondolok. Most ez miért üt? Ez nem nyomok semmit. Figyelj. Figyelj, arra figyelj. Ezt figyeld. Automata farm rendszer. Beakadt a gomb. Így lenne majd a hátulja. Ugye itt ezen az oldalon is ugyanez lesz, mint a másikon. Hogy persze. Ki? Na, ez az. És akkor valami tetődísz, vagy nem az tudom. Ágyat? Hú, az ágy. Úgy bontod az ágyat? Nem álmodtam meg. Hát tegyem már le az ágyat, mert egyszer meghalok, aztán majd sírni fogok. Meg most már elég sok hely lenne benne. Akkor maga az épít... Ágyat le. Tehát a fő rész az itt lenne ez így. Spawn. Köszi szépen, hogy szóltál, köszi. Ugye, és ugyanezt tükrözve ide. És itt lenne kettő szoba, és itt az oldala is valami ilyesmi tematikára épülne. Tribe? A másikon. A capstock már megint be van kapcsolva. Szóval egy ajtó, elem, meg még egy, mert kell egy bejárat. Egy ajtó. Jaj, ha kötél, nincsen kötél. Itt sincsen kötél, kivesszük, jó, és akkor készítünk kötelet gyorsan. Boom, kötél. Jó. Megint azt mondja, a tribe. Volt típuska. Egy ajtó. Talán a negyedik, ötik részben osztottam bele az észt. Igen, hát erre nem emlékszem. Így. Hogy én ípuskáztam, lehetséges. Volt ípuska régen. Hogy haladok? Mindjárt mutatom, hogy haladok. Mindjárt mutatom. Hát igazából úgy állunk, hogy ez a ház, a fogadó. Játék, sajna, vagy nem sajna. Majd megpróbálok valami fogadó stílust ide behozni. Igazából ide készítünk ide egy placot, itt lesznek a táncos lányok, tűzhely, meg ilyenek, amire kigondoltam itt magam. Itt egy pult. Ne kérdezzétek, hogy a pult sincsen még kész, még lesznek képek, meg ilyenek. Ide fogok tenni ilyen trófeás helyet. Igazából ez a belső része a pultnak. Kutyám, az nagyon rossz helyen van, igen. Itt a pince. A pincében még csak hordók vannak, még semmi más. Telepakolom még majd ládákkal. De úgy, hogy ott tudok majd tárolni dolgokat. Most készítem a mennyezetet. Meg az emeletet inkább, mondjuk így. De egyet a plantfibert meg kell a tetőhöz. Én valahol raktam le véletlenül egy elemet szerintem. Igen, nem akarunk sandstone házba rakni, hát ezt kiformoljuk, meg fogunk pusztulni. Én formálom. Amúgy... Majd az egyik este majd... Rendíthetetlenül. Micsoda? Az a baj. Formálok rendíthetetlenül. De sandstone-ból megépíteni is kihívásom, csak úgy mondom. Hát jó, már több mint 1500 brickünk van, csak és mondom. Azt ne felejtjük el, hogy de itt terasz lesz. De ma következő részben meg kivitelezzük. Itt terasz lesz. És lehet, hogy meg kéne építeni a teraszt amúgy. 1500 brick. Az még tényleg jó. Csinálom itt a díszítő elemeket, szobrokat, ilyeneket, amik itt lesznek majd előtte, azokat most nem tesszük rá. A tetőt azt majd a legvégén tervezzük meg, hogy milyen födém lesz rajta. Én egy ekkora teraszra gondoltam kell. Amúgy. Szerintem ez így, jaj, mindig rossz helyre megyek. És hogy lehetnek Starkik, fogalmam sincs, pedig nem tudom, hogy hova mentek. A szobáknak a kapacitását is kibővítettük bőségesen. És akkor tulajdonképpen egy szoba az 1, 2, 3, 4, 5 Starkék, amúgy az a Starkéké az a ház. Szerintem az egész korrekt. Az Starkék háza. Szép ablakok az oldalán. Ez itt Andris. Egyéb díszítő elemek, stb. Ott van Medi. Máté, meg innen nem látszik, de Máté ott van a szélen kint. Mm.
percet, köszi. Látom, Maci is valami hatalmas házat épít. Maci az Medi nem a... házat épít, fogadót épít, ez kocsma. Medi a hegyen egész jól halad. Hát mi is haladgatunk majd itt a Zsófival most már szépen lassan. Én azt hiszem találtam egy boszt. Igen? Egy hatalmas pókot. Az lehetséges, igen. Stark, amit kérnék tőled? Vas balta, ha lehetséges. Mindjárt gyártuk acélt mindenkinek. Jó. Lassan elkoptatom. Jó, jó. Te megyek vissza egy kicsit. Akkor meg lehet javítani. Hát azt is ő tudja megjavítani, úgyhogy beteszem ez majd. Ez rámpa, nem tető. Schulz, tök mindegy. A lényeg, hogy ilyen oldalas legyen nekem. Mondjuk én nem oda tenném terasznak a kibejáratát, ahol a táncos lányok lesznek, mert nehogy megfázzanak. Nem. Mindjárt mutatom. Méhek nekünk kellenek valamire, mert van nálam méhek, megeszem őket. Mire gondolok? Ez megint beakadt amúgy. Ez megint önfarmoló. Ez melyik őt? Mit csinálsz szíve? Miért szedett szét? Jó. Mindjárt mutatom, hogy mire gondolok én. Ne félj. De ugye tudod, hogy abból készül majd a... Opa. A ház. Mit szedünk még? Arra gondoltam. Igazság szerint az az, amiből a legkevesebb van, ami azt illeti. Igaz, ezt nem. Akkor mit a pakolni valahova. Készítünk bőven. Általam is nem használ igazából dolgok. Azért falazom be most egyenlőre. Jó. Meg tudjam építeni a tetejét a háznak. Kell ledőr. És én arra gondoltam, Tilpikhez ledör, kezd, valahova tilbár, ide. És a többi van. Van a fa. Szerintem van is nálam egy kevéske ilyen. Bancs! Sikítsatok, fordítva van a fal! Így van még valahol fordítva. Mennyi acélunk van, mert itt az acél lesz a legnagyobb szűk keresztmetszet. Van itt 150. Acél. Ide gondoltam valahova amúgy. Az ajtót. Mint olyat. Maci, mit mondtál, mi kell neked? Balta. Én most egy vasbaltát ide beraktam. Teljesen jó, mindjárt megyek érte. A ah, másikat meg rá... majd belerakom, hogy megjavítsd. És jó. Őszintén, Lukas az ajtó? Nem akarok steelből ennyit gyártani, mert Jesus a steel az nagyon drága, bakker. Lukas az ajtó. Ez jó lesz. És akkor ide. Na így gondoltam, és akkor itt ki lehet jönni. Ami még fontos, ablakok lesznek, igen, ablakok lesznek, nem kevés, nagyon jó lesz. Mit boxol a karakterem amúgy? Fejezd már be! Figyelj már, a te karaktered is beakad, és folyamatosan üt amúgy. Néha van, amikor így beáll a görcs. Igen, mert az enyém az ilyen önfarmoló lett, és a baltával megállás nélkül nyomta. A neve annak a cuccnak kíváncsi vagyok egy pár dologra. Igazából, hogyha hangulatosabbá akarom tenni ezt az egészet. A lépcsőt még nem tanultuk ki belőle. Így hangulatosabbá tehetem. És a széleit, ott a szélét, ott ahol a pont van, ott a szélét lezárom két ilyen... Milyennek a neve? Stormglass. Azzal. Egy ilyennel, meg egy ilyennel, Ford, és akkor még hangulatosabb lehet a dolog. De viszont, amit most szeretnék, lemegyünk egyrészt a baltányra. A Stormglass lépcsőkhöz kéne más is. Fá. Egyrészt szomjazunk. Roofer. Valaki bontja a falat. Azt a mindenki, itt milyen tetők vannak hozzá, te jó ég. Jó. Hú, Simmons nagyon fogod élni. Csoda. Szia Stark, eladtam a barátnőmet 1000 forintért, gondoltam odaadom neked. Köszi szépen Vladimir, az 1000 forintot. Istenem, beteg állatok. Ez eléggé kellemetlen a barátnődnek. Jó. De figyelj, a biznisz, az biznisz. 1000 forint meg 1000 forint. Szóval. 1000 forint meg 1000 forint, ennyi. Egy balta ide, így egy van. Balta oda. Hú, találtam egy rakat barbárt. Figyelj már Stark, itt betettem ezt a vasbaltát, ezt megjavítod, mert akkor ezt is elvinném. Mert nekem nagyon sok fát kell farmolnom. Ú, szívem, emlékszel arra a beltérre?
arra a belkére? Melyikre? Hogy... Amelyikre mondtam, hogy ilyen monumentális és brutális. Mert ez az. Az a helyzet, hogy amúgy brutál nagynak néz ki a házam. Hú, ez rohadt. Bocsánat, fog kinézni, fogadó. És a fogadót amúgy én vagyok a béna. Ott nézitek a oldalra, még el lehet vinni a teraszt amúgy, és az... Úristen. Megyünk, építjük. Menj már innen, kőfal. Igazából amúgy jogos, amit mondasz teljes mértékben. Igen. Kint is dohányozhatnak. De én nem szeretek dohányozni. Nem szeretek dohányozni. Ez amúgy olyan hülye mondat volt, hogy úristen, most kéne fejen rúgni magam. Úgy gyerekek, itt olyan én nem dohányozok. De viszont egy kocsmában, én azt a kocsmát szeretem, ahol dohányoznak. Vagyis mint, hogy nem az, hogy dohányoznak, hanem az ez a hangulat. Ez nem kell viszont. Ezek a tiszta kocsmák, ezek a romkocsmák nekem a hangulatot adják, de ezek a tiszta ez kocsmák, hangulat, ahol már tiltják kell a dohányzást is. Jézus Isten, hát nem jó. Hiszem el. Na. Nem vagy ide? Storm? Szeret zuhányozni, ezt tudom. És ezt már mindenki tudja amúgy. Szóval hogy itt már mondjuk nem, itt nem megy tovább a terasz, bocsánat. Húha, hát itt rengeteg minden lett így hirtelen. A teraszra mondjuk lehet menni innen egy is. Egy lépcsőt tudunk gyártani. Uh-huh. Ajajajajaj. Egyedül megöltem a barbárt. Hú, ez a Máté! Nagyon van. Ilyen kemény volt Máté, halljátok? Keményebb, mint a kátszíle, vigyázzatok vele. Azaz. Kedves barátom, megint megjött, este van, a szúnyog. Ezt ki fogom írni. Tudod a villámokat is, vagy mi van? Igen, már itt Zeuszkodok. Amire gondolok, figyeljetek, a kérdés a következő lesz. Hogy ebből készítsem az alapot. Nem, de ott maradjunk. Ezt az alapot, vagy kitanuljuk ezt, és ezt a keményebb alapot készítsük, ami a... itt körbe lesz így az udvar rész, úgymond. Nem tudom, melyik kellene. Lehet, hogy a gyengébbikkel szebb lenne. A brick. Elfogyott a brick nálam. A hardened brick. Orra figyelj, hogy bementem az ajtót. Csinálom, orra figyelj. Mit csinál? Csinálom itt a... mi az? Égetőbe. Vannak ilyen fura halfejű lények. Fura halfejű lények, az igen. Fura halfejű lények. 63. Megnézzük majd a többiek reálmányait. Tehát egyelőre, nem tudom, két abból már egész sok látszik. Az, hogy látom, a szárított fás lesz az Andrisi, az egy nagyon szép épület amúgy, tehát épületi elem. Vagy építkező anyag, vagy nem tudom, mindegy, értitek. Nagyon szerettem használni annó. Az ilyen közepesen drága. A miénk persze a legdrágább. Media az olcsó cuccból építkezik, ha jól láttam oda föntre. De annak az talán jól is fog állni. Egy Maci is nagyon olcsóból építkezik, ők azért haladnak ilyen jól. Mindegy csak! Köszi szépen a követést! Hello! Üdvít. És akkor a külsét kicsit kifinomítjuk itt a dolgok, mert jönni fognak itt nehéz előtt. Azért itt lesz. Halljátok, milyen a minőség ellenőr? Megnézzük ennek a... Konosz minőség ellenőrünk van. Hogy néz ki a fala. Tetszik itt neki bármi. Sima wall. Mondjuk az drágább, úgyhogy azt meg ki kell találni, hogy egyáltalán hova teszünk olyat. Teljesen véletlen, nincs három darab Iron Bar-otok. Felesd be. Hát ez, na így. Látjátok, ezt így kell kihozni egy színbe. Iron Bar-unk az fix, hogy van már. Ne kéne. Hogy ez ennyi volt, aha. Ez tetszett. Most akkor az Outer Face, ha olvasható, akkor lesz nálam... Hát ha kívül állsz a házon kívül, és úgy el tudod olvasni rendesen, akkor jó. Ha belül állsz, akkor fordítva kell legyen. Nem megy neki ez a külső rész. Akkor visszafele van. Mindig belezavarodok néha, úgyhogy már azért meg kellett kérdeznem. Nem megy ez neki, hogy kell nézni ezt a falat. Ez a ti házatok? Melyik? Mi kőből épül itt a sziget közepén? Igen, a miénk lesz, és nem kőből, hát kő a váz egyelőre. De ez... vasatok? A hídon. Yeah. Nincs még semmi. De nem mondd el Zsófinak, hogy adatta. Oké, nem mondom el. De nem hallotta. Micsoda? Süket, mint az ágyú. Mi? Jézus. Süket itt mi? Hogy nevet magában, érted a szar viccét?
Jó, ezt majd valahogy kialakítjuk, hogy ez szép legyen. Ablakokat, az ablakokat kell kialakítani most bocsánat. Szerintem első körben. Belülről, vagy belülről tök jó ötletnek tűnt ez a ház, amit építettem, hogy a felső terasz az nem lesz megcsinálva, vagy hát nem lesz befalazva, hanem az egy ilyen nyitott terasz lesz, és akkor az milyen jól néz majd ki. Hát kívülről nem néz ki olyan jól. Húha, hogy készítjük, hogy készítjük, hogy készítjük? Azt mondja, hogy mi kell hozzá, sok-sok fa. Igen. Aj, az Isten rúgja meg, hogy mindig rossz helyre megyek. És ezt mindig elmondom. Igen. Tribe, a ablak. A viszek követ. Öt ablak. A hardened brickre nagyon rá kell állni, és a fémre tulajdonképpen az a kettő, amiből brutál kevés ablak. Van, és nagyon-nagyon sok kell. Tehát olyan egy ablak. Sok, hogy szerintem mindegyikből, a steel reinforcementből, meg hardened brickből is le kéne gyártanunk egy ezret. Az a baj, az asztalokat... A hardened brick részén rajta vagyok. Az ablakokat okay, úgy okay. Kellett volna lerakni, hogy az asztal legyen ott, vagy nem tudom. Jaj, most ott hagytam a tevémet. Vissza is megyünk. És megyünk farmon is, srácok. Ez lesz itt van. Igazából nem tudom. Lehetne tenni egy falat amúgy, kövesd a teve, gyere. Így. Nagyon jól fog kinézni. Nagyon jó épületelemek vannak ebben a pakban. Oda figyelj. Na ez! Meglátjátok, akkor rájöttök. Ez egy kocsmapult. Hát akkor kutyát ki hozni, nem úgy. De ahhoz. Kutyát ki hozni. Tényleg az kell, hogy a következő részben meg tudjuk építeni, hát majd valószínűleg a stream... Telemanki. Két kuta. Stream között is majd... Kuta. Farmolnunk kell elég sokat. Köszi, kuta. Az majd meg lesz. Többé ne köves. Akkor utána majd felfedezzük. Igazság szerint a konemben tök élvezetes építeni, mert tök jó dolgokat lehet csinálni, szóval... Valóban élvezetes építeni. Hoztam egy 3000 követ. Itt a teve, hogyha kell izélni, farmolni. Nem se. Nem fordítottad le az ablakokat a pult mellett? De! Most itt lebontjuk. De! It's true. Nárvák, ugyanaz oda. Itt így. Oda figyelj, oda, hova kiraktam az ablakot? Oda figyelj! És itt legalább jól raktam le? Nincs még sok. Itt jól. Egy mások. Ennyi. Orosztán. És megvan. Oké, ebbe van-e valami? Köszi, köszi! Minimális dolgok, figyelj, okay. Legalább, én nem. Ez a smithy. Ez a szárító. A tart, azt viszem odébb. Ide. Kéne még steel fire-t szerintem gyártani. Lemegyünk a lenti részen. A brimestone az hamarosan el fog fogni, úgyhogy brimestone-ért el kell majd menni. A fenéket, igazatok van amúgy. Nagyon igazatok van. Tudom már mit fog most készíteni. Ezt elkészítjük. Kész, befejeztem. Levisszük a pincébe. Ki a fát, azt beraktam gyártásra. Jogos, amit mondtok amúgy, itt nem kell nekünk itt mindennél lemenni. A pincében lehet. El fog fogyni a vasunk. Glafton ne pincébe. Van egy kevéske. De azért is el kell menni egyszer hamarosan. Egyszer ez, megyünk. Pincébe fogunk kraftolni. Jaj, ne ütéges. A vasért is el kell menni. Akkor viszont lehet elviszem a tevét, azt elmegyek vasat farmolni, meg brimestone-t is hozni kéne. Itt lesz a dugi kraftoló. Igazság szerint elmegyek farmolni, konkrétan azt hozok mindent, amit csak tudok, jó? Na, hát addig megpróbálok majd chatet is olvasni kicsit. Gyere teve! Gyere teve! Ja, fasírt, halihó. Máté, itt feléd, itt az átjáróban van vas? Még jaj, így gyártottam véletlenül. Bocsánat. Jó. Ti merre találtatok vasat, aki talált esetleg? Mindenfele itt a környéke. Oké. Okay. Jól van? Ahol találsz, ott van, tudod. Igazából amúgy itt, ahol én építkezek, itt is van vas. Kiszedhetem, hogyha arról van szó. Köszi. De... Nem, csak arra felmondtam, hogy én nem gyűjtöm, úgyhogy kiszedem akkor neked. Hát igazából én gyűjtöm a követ is, úgyhogy... Jézusom, engem dobál a játék. Aja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 j
Helios. Szedem itt a dolgokat 50-55-ös éve. Valami régen dobál engem a játék. Talomai. Itt a vasnál. Talomai filu. Ez a vas most. Ezeket most már eldobálom Isten. Ezeket a... De nézzük, hogyha a vashoz megyek oda, akkor dobál a játék, de miért? Pere te teve. Tudom, hogy lenne itt valami fal, ami lezár valamit, vagy nem tudom. Mindenre nagyon sok szükség lesz, úgyhogy... Meg szíve nem tudom, te a halat szoktad néha sütögetni, hogy legyen itt sorunk?
Igen, hát abból tudok csinálni ízét. Szóval nem néz ki rosszul, sőt, jól lesz. Figyelj, arra én meg hordom a többit. Hordok neked majd követ is. Remélem azért vasat is hordom. De követ azt hordom közben, tehát hogy az van folyamatosan. Itt sor az mihez is kellett? Hát például hardened brickhez kell. Kell csinálni ilyen speckó cuccot, ami kell, hogy azzal együtt a sima bricket kiégesd, és úgy lesz ilyen hardened. Ugye itt fent magamnál találtam hirtelen 1300 vasat, hogyha ezt leviszem neked, akkor a égetőbe. Ne szívass már vágod, hát itt vagyok fent, itt sétálgatok, itt semmi nincs. Mert ő már kiszedte előre. De nem is ott vagyok, hol a maci. És még mindig van vas itt amúgy, de most már nem... Akkor hozz, gyere ide, csak adom, hogy nem tudom. Elmegyek, elviszem a tevémet. Figyelj, addig kiszerem, és akkor már fordulsz is vissza. Maci csatornájának a neve, Maci Twitch-en streamelget. Igen. És... az a neve, hogy The Blue Bear, így egyben. Nem. Nagyon rosszul tudja. Nagyon rosszul tudja, az a baj, amúgy Blue the Beer, de igen, kék a medve. De akkor mindegy, kék a medve angolul egy. Igazából stimmel, csak rosszul rendben. igen, amúgy jó volt. Mondom, hogy keressetek rá arra, hogy ki streamel Colent, és akkor egyszerűen ki fogja dobni, mert nem hiszem, hogy sok magyar streamel Colent. Igen. Mint rengeteg vasattal állok. Szia Jack, nagyon kimaradtál itt a farmolásból, de igazság szerint most álltunk igazán neki, úgyhogy nyugodtan jöhetsz, a tetőteret megkaphatod majd nálunk. De az egyik kölcsön, az azért van. Hát, te leszel a mennyit a tetőn, mi? Jó, de lelakhatja, amit... Azt mondja Jack, hogy cserébe kék-zöld paintballtól, na... Uha! Az mondjuk az fájdalmas, én is átértem egy egyszer-kétszer. Jó, az mondjuk, így mondjuk megérte. Hát valamit valamiért, ha már a formulás nem megy, ugyebár... Merről jössz, vagy merről? Jaj, nem akarom legyártani! Mindegy. Hát megyek föl hozzá, nem tudom. Megöl a teveim! A teveim! Adrex Killer, Dominik, Papjacint, Bakter, köszi szépen nektek a követést! András, Misigám, neked is köszi szépen a követést! Hello, üdvít, hello! Ugye láthatjátok itt a kocsmámat, ami készül. Ez itt a közös kocsmánk lesz. Evok! Patrod Gaming! Pásztor Péter, hello! Köszi szépen nektek is a követést! Zsombor Horváth, neked is! Imre Csarnai! Ott, mint a lány! Fasírt! Te húsgombóc! Maci, majd megyek, aztán majd... Jó, rendben van. Ők a kecó ott mögött, mondjuk itt van nálam van vas, de úgy nem történik semmi a ütöm. Matthew, Nemi, Gergely, nektek is köszi szépen a követést! Hello! Maci... Nézzétek itt a szépséges ügy! A kő az itt van, a vas ez nincs. Itt vagyok, már kiszedtem a vasat, hello. Itt vagyok, adom neked a vasat. Nekem ad a tevébe tett bele. Ja. Milyen teve nekem is kell, hol lehet kapni? Én egy izébe találtam. Csodakjuk. Egy trollba találtam, amit megöltünk. Belepakoltam az ki. A Carpentersben csak ajándékba kaptuk? Igen, mert véletlenül gyártottam egyet. Akkor én kidobtam a házat mellé. Szuvenyér. Jaj, hol jártam? Gyerekek. Őrültek vagytok. Nem. Bacsi, Zuhi és Alvás. Nem. Zsombor Horváth. Matthew, őket már mondtam. Igen. Gergely. Bíró úr. Köszi szépen nektek a követés. Deveg. Köszi szépen. Padejszki. Neked is köszi. Frosh. Üdvít. Ádám. Joker Imre. Hello. A tóparton kapsz egy ágyat. Mindenkinek. Hello. A saját kecút is van, de nem állom csak azt a három zsákot. Na, hogy azt akartam mondani, igen, nektek, hogy itt... Ja, fixen. Készül, itt a kicsi kutya, és készül egy szépséges kocsma. Mi élhetőt. Üdv, kék, te só, hello! Szabad, mert hozzászokik. Ciao. Itt egy szépséges kocsma lesz, nem tudom, hogy ez mennyire fog tetszni bárkinek is. Zsuzsó, hello, kezd szépen a követést. A pult. Hol a sörös korsó. Az ülőhely, a legfontosabb az, hogy hol fog aludni, és hol mi lesz, ez nem lényeg. Nagy kövingvas lenne. Azzal nem kell foglalkozni. Macika, neked is köszi szépen a követést, hello. Amit mint hallottam volna, morog ide itt a vasam, úgyhogy ennek örülök. Mit csinálsz, fasid? Milyen működési engedélyt? Nem kell működési engedély, én magam vagyok az engedély. Szórakozol velem?
Nem, hogy a következő elviszem, hogyha már Jézusom, fasírt. Ugyan, kérlek. Működési engedély. Bíró úr, hello, hello, bíró úr. Ilyen csak ilyen Harry Potter-es kékcső aljás. Majd akkor megcsináljuk úgy ott a bejáratban, hogy a Jacknek legyen ott lent a pincében, tényleg az én szobámon a pincében majd... Hallod, fasírt? Ott lesz majd ebben az időben el tudnak számolni vele. Ahhoz még ki kell építeniük a stream rendszert, a wifi rendszert. Hajrá! Arom nekik az engedélyt. 18 street, hello! Hello! Kösz szépen a követést! Nem, a éjszakára bezárjuk magattal, hát akkor nem fog maszkálni. Beteszel neki egy vödröt. És nem kocsmát, akkor lehet jövök. Jobb esetben kell. Aki kell menjen. Papírokat, nincs neki papírok, nem marok itt papírok a semmilyen srácok. Haha, én magam vagyok az engedély, nem kell papír. A medve nem játék, tudjátok jól. Medve barlang? Nem. A medve felkért. Nincsen téli állam, semmi. Kicsit el van maradva, amúgy úgy látom a rendszer. De mindjárt bepótolja magát. Tökő, mert ezzel a tevével nem kell visszamenni, és ameddig meg nem telik, én addig vissza sem mennék. Szóljatok, hogyha hangos valamilyen izé, cucli még itt, nem nagyon vannak beállítva dolgok. Most sokáig oda lesz. Sikítsatok, mindent megoldunk. Már találtam egy keveset. Beast Fox, kösz szépen a kötést. Hello, hello, hello. Mi volt az, amit készítettem amúgy? Máté kimondta nekem az aranyszót. Ez az asztal, annyi vas van meg itt. Az a pad. Jó, ez kell nekem. 80, megint csak öled a toppon a tevénbe. Maci házától itt pont-pont egy átjáró erre felé, ez tök jó. És itt van egy ilyen tisztás. Maci házanák minden is van. Ez ennyire egyszerű. Majd a Jack kap egy ilyen bérletet, egy ilyen heti bérletet, ami lesz 7 darab lukasztható hely. Az 7 alkalommal... Discord, igen, ott van a Discord, megtaláljátok a Discordot, illetve minden live-ot lent a leírásban lévő YouTube linkre. Kattintotok minden live-ot, megtaláljátok, amit eddig toltam, amit eddig... Lehetne itt egy funkció. Amit ezek után is tolni fogok. Már mondta az egyik srác, hogy hol van Paci, de nem tudom, hogy azt most mikor fogjuk megkeresni. Valószínűleg a következő rész az építés lesz, megépítjük az egész házat. Kiépít az asztalhé. Amúgy a tetőterünk is egész brutális lesz szerintem szívem, úgyhogy oda tényleg be lehet költözni valakinek, aki nagyon nem akar saját házat építeni. Szóval meglátjuk. Bár nem, akkor nem... Mi mit leszünk, milyen hajlítam aztán? Már nem azért. Például. Szívesen látok, minden van. Elmondanám, hogy a kocsmának a tetején egy kisebb hotel lesz ágyakkal, szóval lehet oda jönni. Megyek az egyik ilyen izé alá. Híd alá? Ha? Nem. Jó, minden jó, oké, bíró, köszi. Ha nem baj, hogy így beleszólok, de egy picit az értesítés hangot le tudod hallgatni? Nem, ez nem a játék zenéje. Ez a követéseknek a zenéje, úgyhogy ezt majd lejjebb veszem még persze mindenképpen, majd még állítok rajta. Igazából lehet, hogy most is tudok állítani rajta. Egy pillanat, megáll a kép nektek, igen. Ne fosszatok a kép át meg. Alert. És akkor azt mondom, hogy követések, igen, média, így is van. Oké. Jó. Állítottam elméletileg rajta. Jaj, ne húzd el. Oké, egy megvan. Elméletileg most már jobb lesz. Oké, ezek megvannak, majd kicsit vérzek. Figyelj, majd valamikor teszteljük. Figyelj, ez mert van nálam ilyen aloe proti. Ez az aloe proti? Igen, igen. Nem lett jobb. Jó, de akkor majd beállítom. De egy helyben állok. Akkor nem tudom. Nem, az még nem lett jobb, nem baj. Nem voltam meg. Józsi, árompajtás, kösz szépen a követést. Hello. Üdvít. Nem megsérültem. Azt hittem az olaj a potíról, amit. Aha, ez tetszett. Ez szép volt. Sok mindent érnek. Azt már feltesz szerencsétlen. Pér volt nála, oké, köszönjük. Valamelyiknek ott a lába. Igen, egy picit idegöllő, tudom. Eléggé morbid, tudom. De majd finomítok rajta, srácok, finomítok rajta. Nem kell fosni. Ez meg nem fog felmenni, mert nincs energia. Istenem.
Istenem. Van az a hatalmas problematik, hogy most ez Istenem, mász már fel. Elpézem le a falmászást. Igen. Jaj. Jó lesz? Jó lesz, Kuglóf? Éppen csatában voltam. Szemétláda. Matthew, köszi szépen. Köszi. Itt. Miért dobál itt engem a játék amúgy ilyenkor? Ezt valaki árulja már el. Jó, új, itt egy táncos. Táncos, az kell. Az kell a kocsmába. Nézd meg, megöli a táncosomat. És hova mentem amúgy? Én inni mentem. Jó, az megtörtént. Jó. Azt mondja, asztal. Van még két asztal, még egy pad kell hozzá. Mindenképpen. Azt tuti. Ez micsoda? Jézusom. Három lábú szék. Azt mondta nekem, Grundár, hogy van olyan. Vagyok a hídom. Várjál, hozok neked valami ajándékot, vedd föl, mire jön Stark. Fázz már annyit. Iron Warax. Firewater. Azt kéne megnézni, ezt úgy kéne kialakítani, hogy el tudjunk férni. Ez remek. Életem lútja. Nyisd meg a cuccost, mindjárt Grundár, egy pillanat megnyitom. Nem akart itt droppolni semmi jót? Droppolni? Az mit jelent amúgy Starknál, hogy droppolni? Rendben, csak nyugodt, ahogy gondolod. Jó éjszakát. Appá. Gyere te teve. Várjál, Zsófi, merre vagy? De berakom. Elméletileg jól raktam le. Mondjuk ebbe belerakom. Úristen, hát ez nagyon jó. Nyisd meg a cuccos, szóval, igen. Reménykeztem, hogy lesznek valamilyen állatom, hogy azért öltem meg őket, de nem volt. Megnyitottam a cuccost. Hogy szerezted ezt? Csináltam. És van itt a szék, ugye? Ne, a tevém! Másik cucc, ja, ezt mondod? Lent? Medve üvölt is. Figyelj, Bíró úr, később mindent is kialakítunk. Mindent is beújtatunk, ez igazából, ez ilyen kezdőcsomagnak. Így bedobtam. Ez szörnyű, mutasd meg te! Vedd fel te neki! Ecsetes nyissam meg, bocsánat, igen. Ecsetes. Mi se lehetettem. Szék. Na, a Medinek is jó, az is csaj karakter. Istenem, hát ez roppant érdekes volt. Szék. Nem szék. Tessék, itt így megfelel neked amúgy? Miről van szó? Most mit csináltatok csaj karakterekre, mi? Ott volt a kurzó rajta az előtt. Az állat olyan, mi? Nem. Yeah. Jó vagy Grundár, nagyon jó vagy Grundár. De itt ezek ki vannak tanulva, hogyha ezen volt a kurzor az előbb. Pont akartam mondani, hogy itt a három lábú szék. Valami páncél, de nem de akkor miért nem tudom itt készíteni? Mi aranyból van? Nem is értem meg. Itt van. Itt Grundár, hát vak vagy? Hát itt van. Nem gyere. Mennyi? Lehet neked jobban fog tetszni. Grundár. Csak a baj van veled, nézd oda. Ott van a szemed előtt is, nem látod? Úristen! Három lábú szék, 10. Majd megnézzük. Mindenből tömegszámokban építünk. Lajos 87, köszi szépen a kötést, hello. Annyit mondhatok, hogy szerintem nem túl sokat. Pillanat csak, elvesztettem bizonyos gombokat. Jó, meg vagyok, oké. Okay. Mit tornázol? Ne tornázzál! Dolgozzál! Folyó. Ki az, aki harcol a házam környékén? Én. Ja jó, segítség kell? Nem kell, ugye? Ilyen rohadt szarvas, de hát állandóan elmegy. Nem kell, ugye? Nem kell, jó, oké. Remélem elérzik a rohadt. De lampolva kis, meg azért. Dani, 007, kösz szépen a követést, hello. Ez a szék, ez marha jó, csak ez kéne valami jó kis asztal. Igazság szerint, hogyha itt a Macinak a házánál, majd néha megjárom ezt a vasazós kört. Aha, szóval az én házomnál szeretnél vasazni, értem. Nem, a házad mögött, messze, van rengeteg, hát ez nem a te földed. Nekem te itt, nem te ne. Balladok, köszönöm szépen a kötést, hello. Nekem te ne, érted? Az egy. Megbeszéltük, Macikán. Mondj, visszafele is rengeteg vas van, amerről jöttünk, de mindegy. Mondjuk már nem sokáig, mert éppen ott vagyok. Igen, Bíró úr. Ez is német a játékom, igen. Micsoda? Te. Hát, ha lenne.
kutya, én pakolok a kutyában maximum. De ja, nincs. Neked van tényleg, na. Nem hát élek kutyát. Én nem bántam a kutyámat ilyen súlyokkal. Neked meg tevém van. Dani! Nagyon sok mindenki szágta, hogy szóval. Üdvít, hello, hello. És akkor valaki beszólna tudod, hogy nekem meg életem vagy ami hasonló. Igen, igen, igen. Nekem megvásárolj nálam. Jajajaj. Nem, a másik irányba kell, nem? Újjúj, ez a sagy. Ajjaj, ez egy nagy krokodil. Van aha, itt? Ez egy boss krokodil. Nem baj, elbírsz vele, kemény vagy, mint a kátszéle. Aha, keményen elfurok. Opa, opa, hát opa, opa, opa. Lehet, kell még egyelőre, ahhoz kellenek a steel weaponok majd. Tudjátok, mi kell nekem? Már tudnék csinálni, de először a házat én már tudom. Csinálni. Lámpa. Majd utána lámpa, mondjuk nem biztos, hogy lámpa kellene, hanem ja, valami te olyan ki, hogy hangulatos... Meglep. Hát itt is van. Hangulatos ennyire bentem merészkedek amúgy itt a bizonyos területeken. A hangulatos világítás. Itt a kandallón tekartam amúgy. Hello. Ilyen démon kesejű szerű valami. Kandalló, gyertya. Nem, mint az elején hát láttunk? Mi van veletek? Hoho, mondjuk ez is kell. Lehet ilyen izét? Ez kell. Belépőhöz teszünk ilyen bőr szűnyeget. Töröljük a lábukat. Húhú! Táncos lányok mellé lehetne egy kis dob, nem? Egy, kettő. Három. Na, menjünk le vissza, hogy mit lehet itt még készíteni? Mik azok, amiket itt lehet készíteni? Fegyver. Fegyverpolc. Fegyverpolc. Ez a hatodik. Fegyverpolc, igen. Gyertya. Hát ez 9. Igen. Ha jól számoltam. Gyertyákhoz mindegyik ez ilyen kell. Aha. 1400 vasat így kicsaptam gyors. Hát figyeljetek ezt. Most gyorsan sunyiba lopunk. Lopunk lentről. Ilyen, ilyen nyersanyag belőhely foltokat szeretnék még. Lámpa, pfff. Táncos lányok, sok. Meg itt én való lennék, én tuti itt lennék amúgy. Egy sarkot már kiépítünk nekik a táncos lányoknak, az csak az lesz. Az valami erőd lesz ott rá. Ez a ház, ez nem néz ki. Hogy állva ezekre a lovakra. Kicsit nyilas. Hát csak kíváncsi nyilas. Vagyok rá. Úristen, nyílt. Azt akartam mondani. Géhun 2007. Köszi szépen a követést. Hello, hello, hello. Vicceltem. Előbb várd meg, hogy felépítsük a meglévő házat, jó? Utána tényleg, még a, tényleg várj, csak akkor már, ha felépítettétek. Jajaja, bocs, túl korán szóltam. Még nem költözünk, majd holnap. Ebből kellene nekem. Púha. Te figyelj már, Grundár. Ezt hogy hívják angolul, amikor meg akarom keresni Starknál, hogy ez van-e? Mi ez a... Amúgy tedd már ja, az az icsor, amit gyűjtenek, aha. Világosan. Hát akkor az nem lesz. Akkor azt most anyagoljuk. Én akkor a game szarvasodott. Jó, oké. Okay. Innod kell szóval hamarosan, mit? Azt hívják az icsornak ott. Jó. Jaj, ez alkohol volt. Jó, nekem vas kell. Ha már itt vagyok, akkor más már itt fog készíteni egy kis vas. Berúgtam, de nem baj. Nincsen vas, ott a vas. Oké, találtam brimestone-t, eléggé sokat. Jó. Amúgy azt is vinnem kéne, úgyhogy lehet lemegyek oda. Ez ide jön, ez ide jön, ez ide jön, ez ide jön. De maradj itt teve. Jó, meg a bot is. Az a skorpió, az lehet boss skorpió lesz, nem? Miket készítsünk? Hát a falra mindenképpen kellene egy-két ilyen dísz. Gondolod? Én szerintem. Ez nem tudom mi. Hát egyenlőre valami ilyen lámpát fogok tenni szerintem, vagy nem tudom. Mert nem tudok készíteni. Mondjuk ez a fáklya se rossz. Meg ez mi kell? Sima fáklya. Ezt magamnál készítem, nem? Okay. Sima fáklya, fa és fiber. Nehogy azt mondom, hogy nincsen itt gaz. Úristen. Mm-hmm. Nincsen gaz. Na ez ciki. Valahol. Akár. Az a baj, poison leszek ettől a kis genyótól. Ez kell nekem. A csevelényeim. Ott van. Az. Oda figyelj. Igen. És fa. Mennyi mindenre kell figyelni, hát hogy mi az, ami megtámadhat. Hát azt vágunk. Amúgy tök jó ez az alap, így hogy egymást pakolgattam, hogy megjutottam eddig. Tökre olyan, mint hogyha így a hordókba tárunk is valamit. Mhm. Tök jól néz ki. Jó.
Oké. Hú, tökre zavar az a skorpió. A nagy skorpió az nagyon bánt, nem? Nagy skorpió az nagyon bánt, azt mondja. Kiváljuk a fát Starknál, neki nem hagyunk. Lopjuk a fát. Igen, Stark igazolt itt, nem baj, megoldottuk. Nézzük csak meg, hogy hogy jár, megmutatjuk. Dolgokat nézzük, még lesz egy nagy kapuja, sok-sok lépcsővel. Hát igen, mondjuk neki van mit építeni, szóval igen. Itt lesz a pince. Kapott egy nagy maflást. Hiszem. Igazából még jelen pillanatban nem is tudom, hogy néz ki ez a ház. Nem is értek ehhez a házhoz. Ó, ebben van még szót hely. Ez nagyon jó. Amúgy ezt a kitinút is most kicsit kidobnám jó. Szerintem. Nos, mit akartam készíteni? Úristen, ilyen hígadja. Ja, fákját. Hát egy 20-at befigyeltetünk. Ott van igen. Rengeteg vas, ezt azért össze kéne szedni. Jó, ezt így pakoljuk át folyamatosan. Oda figyelj, a fákják mennek át ide. Így, ne. Jó. És akkor, ugyebár fákjának való... A skorpió betalál, 20 az ilyen? Olyan skorpiónak tűnik, okay. Ami itt van. Szóval ilyen fákjánk lesz. Ez micsoda? Mint ami kulcsot őriz. Ez nem tudom, fákja. Ti tudjátok, hogy mire gondolok. Ebből... Ilyen amikor lehetne a bejárathoz esetleg. Uh-huh. Ra viszont olyan, akkor azt le kéne ijászni. Megalomán lenne? Sehol se ládát. Úgy érzed? Mindenből sokat készít, és mindenből nagyokat készít. Díszít is kellene a falra, és mit mondtam, ezt akarok készíteni, 20 bőr. Állati bőr kell. Talom megtámadott. Nincsen állati bőr. Ér föl. Úgy, okay. Mi van ide, nem tudsz feljönni? Idodzsoltam. De ez kicsit nekem olyannak tűnik, mint ami ugye ilyeneket őriz, hát nem tudom, hogy pontosan az-e. Zsófi, itt vagy? Aha. Nincsen neked egy kicsi bőr? Olyan 20 darab kellene nekem. Ezt a tarkapnak fog egy nagy boltát, várjál mindjárt. Ja, nem vagyok én azért agresszív. Not my idea, mi? Not my idea. Jó van, Gaming Panzer, oké. Majd holnap megnézed, csak nyugodtan. Radiba. YouTube-on is fent lesz. Tudnám, hova raktam le. Én nézelődtem itt, én nem találtam bőrt, lehet van, nem tudom. Ja, itt van a bőr, basszus, ebben van, aha. Megvan. Már se tűnt. Köszike! Ja, akoltom, készítünk egy ilyet. Megnézzük, hogy ez milyen ez a szőnyeg. Nem tudom, hogy mi lenne még érdemes, ami itt olyan, ami tudod, nekem hogy kell. Tudod, ilyeneket csinál, ha? Én asztalt basszus, készítettem végül. Fent készítettem, szerintem ilyen asztalt végül, jó. Puti van! Na jó. Opp, ugrás, iszunk. Mennyiből iszunk. Mennyiből áll... Le... Amikor oh, az a fény, nézd meg. Fény, wow. Az komoly. Ezt nem igazán sebzem. Most, ha meglássuk Andrisnek a házát is. Fűjöd bele, hello. Egyedül nem ütött meg. Hello. Itt van, bocika, várjál, most le kell gyaknunk a skorpiót. Bocika, vadállat. Kírja kaját. Ne, mi a... Az Isten, rúgja meg ezt az áll... Izét. Játékot. Ez nem adott semmit. Itt fel tudunk menni, amint hát van igaz, stamina. Semmit, de nem hasznos. De jó. Itt van az a dög. Az a dög az mindig ide fog spawnolni. Nem baj, azzal nem foglalkozunk. Építjük tovább gyors. A kocsmát. A kocsma az fontosabb. De nem láttam, hogy itt esetleg hol van egy olyan láda, medve bőr az ágyhoz. Kocsnyit. Hallod? Tudod, mit fog rakni az ágyhoz? Meg mindenkinek felszolgálni? Fasírtot. Fasírtot fog mindenkinek felszolgálni. Az lesz a főmenü. Te szemét. Jaj, kutya. Hol van itt olyan amúgy? Hát senki sem mondta azt, hogy szerint ez a kulcsos skorpió vagy sem. Ez igen hülyén néz ki, nem? Ide a táncos lányoknak lehetne majd ilyen medvében. Mi történt hirtelen? Kínzod azt a macskát? Nem gyújtam hozzá sem. És táncos lányok le tudnak majd ülni, vagy a
Vagy inkább az emberek üljenek a táncos lányok elé? Így. Oké. Okay. Mi történik itt? Á, hát én tudom, hogy mire lesz jó az a szék. Úgy hallom, hízeleg a macskája. Véhezteti. Kapok tenni. Raktam ki neki egy csomó. A sima ágyra fekszik, akkor lesz rajta medvebőr. Tudom már mire lesz jó. Lehet rohanni. Nem tudom, hogy hova kell készíteni, de kandallót akarok készíteni. Felmászom a tevémhez. Jó. Itt egy vipera. Kandallót azt nem itt készítjük. Az a baj, amit én félek, hogy átvilágít, nem? Nincs egy kicsi rinocélos, elviszem a tevémhez. Csak kicsit világít, tehát az nem jó, ez nem jó, ez nem jó. Lovat amúgy hogy kell fogni ezt itt? Nem bántjuk fasírt, répával. Nem bántjuk. Hát az árkban igen. Fasírtot nem szabad bántani. Nem tudom. Van itt mamut amúgy. Nagyon beteg. De ez biztos, hogy nem elefánt. Kis állatot sajnos nem látok, amit el lehetne vinni. Így ne. Szint kívülre is. Na jó, elindulok visszafelé közben. Kocsma az látszódjon, hogy világít. Elég sok kocma. Mindent összegyűjtöttem, és még visszafelé is rengeteg minden lesz szerintem. Jaj. Már csak a vállát is fogadja. Jó van, fasít, jó van. Megjegyeztem már. Ennek a viharnak nyugodtan vége lehet. Az mamut volt, nem srácok? És minden nagy ide is tennénk amúgy ilyen... ...szítésképpen most jelen pillanatban. Szerintem az határozottan mamut volt, az nem az elefánt. Úristen, az a szimmetria az nagyon megvan. Majd valami olyasmi, na gyere te teve. Ha megindulok visszafelé, Camel is not follow you. Jó. Kéne neki valami jó nevet adni. Ami olyan tevés. Milyen neve van egy tevének? Sanyi. Basszus. Majdnem leestem, itt vannak ilyen kisebb gyökrök. Kék bundája, figyelj! Hajam nincs tőled már. Kihullott a hajam is tőled. Hát ott? Te legalább okos és nem esik le. Ezt te okoztad. Ezt te okoztad, fasít. Ezt te okoztad. Azt tudom, hogy kis állatokat lehet többnyire ugye befogni és beszeridíteni, csak nem tudom, hogy van esetleg a ló máshogy működik-e. Kapott-e valami másik mechanikát, vagy valami hasonló? Valaki tudja, hogy hol kell kandallót készíteni. Kandallót akarok készíteni. Mondjuk amúgy meg kellett volna csak nézni, hogy hol kell kandallót készíteni, nem? Hát észre kéne játszani? Hát mondjuk az túl egyszerű, nem? Kezembe? De akkor nem tanultam ki? Itt van, kitanultam. Kezembe, kandalló. Amúgy meg... Most még vasat se találok amúgy. Amúgy meg, meg kell nézni a kandallót. Pont lehet, hogy a kövek vannak itt előtt. Úgy hívják, hogy... Folyer stelle. Átmegyünk ide, hátra itt lesz Stabaren, úristen, hát olyan nem lesz szerintem. Nem? Megnézzük. Mi menő már a csávó, nem? Kezében így lekraftolja itt szépen az itt kandallót. Másokat kínlódnak vele, meg építik. Jaj. Gyere. Már gaming, köszi szépen, hogy itt voltál. Jó éjszakát. Hello. Bosan iszunk, miközben úszunk. Szintet lépett a teve. Hatós a teve. Az a teve már lassan agresszív változ. Inkább merre megyünk, mert arra van több ilyen dög is. Igítettek egy építőanyagot. Leromboltuk. Teve is nyugodtan oda csapatta néha, bár egy teve az nem igazán harcolás. Milyen eres azt a másik fajta... Ezt a másik, ezt a Stahlbarent, ezt itt készítem, ugye? Csak ki kéne tanulnom. Ajjajajajaj, ezt ki kéne tanulnom, ugye? Igen. Ha én amúgy leugrom valahol, igen, a tebe, azt ki kéne tanulnod. Oké, köszönöm. Kemence, oké, megvan. Acél, te kutyát hogy szokott viselkedni? Szerintem utána tépézik. Ül és pihen egy helyben.
De utánad jön, hogyha follow-on van és leugrasz valahova? Igen. Egy idő után majd követni fog a teve is téged. Csak először gondolkozik, hogy merre menjen, aztán rájön, hogy nincs értelme. Jó, csak kíváncsi voltam, még egyelőre nem történt meg az, hogy... Jó, és akkor nekem mocika, ez kell. Tetszika? Mennyi kell nekem belőle? Érdekes levezetést hallhatunk, vagy láthatunk, olvashatunk a cseten. 20 darab kell, Jézus szíve. De nem rossz. Akkor először készíti. Hát vasbú van hiány, te mondjak. Jó van, bácsi! Bíró úr! A bírói testület bezárt a kapui gyerekek, úgyhogy az bíró úr, elköszön. Romi, a dromedár fajta. Hello, bíró úr, jó éjszakát, jó éjszakát. Maga az ötlet az jó. Stark bácsi! Igen. Vas kéne nekem is. Hát ez végtelenül szomorú. Találtam 300-at itthon a bázisodon. Na, azt nem kéne elvinni. Hát a hídon volt, úgyhogy ez közös. Bocs. Na. Hát az én bázisomon úgymond semmi nincsen, nekem a híd a bázisom. Én itt vagyok a híd. Híd a Kváj folyón, hogy valamilyen film volt, nem? Ja. Nézd már, teve, itt van valami putri. Pakoljuk ki gyors. Mit csinálsz? Azt fogadjuk, hogy nálam vagy. Én biztos, hogy nem. Tuti, lemerem fogadni. Igen, a híd a Kváj-fóval. Lerombolták, így van, lerombolták. Nyuszi fütty! Kösz a szép rekvetést. Hello. Mondtam, hogy kocsma lesz. Fluid press. Mondtam, hogy kocsma lesz. Ó, megvan, kösz. Megnézzük Andris kecóját is. Tevécske majd gyűn. Kop! Jó nap volt! Figyelj már, Grunder! Most hogy készítem? Most ezt... Itt a tevém, látod? Ja, de nem, most ez... De hogy jött be az ajtón? Hát ő bárhol bejött. Aj, de rég volt már. Nem, igen, rájöttem, hogy valami nem jó. Itt kell egyik égetni, mi? Szép, nincs vele baj. Tetszetetős! Steel bar kell nekem, igen. Kemence, steel fire. Igen, micsoda? Vagy mi. Ha összeszednétek egy csomó elefánt bébit, és olyan étellel etetnétek, ami a nagyobb százalékban szelidül, de mondjuk a mutte, ez minden befogható állat, igaz? Van Vikin egy táblázatról. Lehet, hogy kap ilyen mutációt, vagy valami? Camelus! Az jó lesz, Camelus! Az jó lesz, mert az kicsit ilyen homa is. Amikor Star, meg Brimes... Jaj, baszki, tudom miről beszélsz, az itt van. És itt csak hozzá kell lenni. Ez kell. Camelus! Igen. Insert Reptus. Nem tudom mit jelent, de jól hangzik. Talán. Tudom, stop, teve! Megvan. Jaj. Sok steel bar-t ezt fogom és elviszem. Maci, te mit pakolsz itt? Semmit. Nyugi, semmit. Vasladot. Igen, vasladot égetek. De mihez? Az erősebbik vas. Oké. Megvan az, gyerekek! Mondjuk egy kis vasat, ez akkor itt mehet 20, is. Ugye? 20 kell hozzá. Ebből lesz 5000 nyers fém. 20? Azért ez úgy nem semmi. És ezt a cíget, ezt hogy készítem? Most már csak amarra kell rájönni, mert cígelem van. Abból lesz. Csak az erősebbik kell, abból is. Az Isten rúgja meg ezt a kemencét. Ó, látom a Hardened Brick, az amúgy szépen állunk Hardened Brickkel, mit ne mondjak most már. A Shapewood-tal is egész jó most már. Figyelj már, az is kell. Szerintem nekem is az kell a Hardened Brick. A Brimestone az neked kell amúgy valamihez? Figyelj már, azt a Hardened Brick-et, azt hogy készítitek amúgy? Hát ez állami titok. Itt csak meg plant. 23-at nem adnátok nekem kölcsön abból? De annyit elvihetsz. Köszönöm, hogy, és ezt merre találom? Merre találom? Ide és lop! Egyből a lopás! Lopikár?
Lopikál, nem baj, mert jössz még te a mi utcánkba? Tudnál nekem adni abból Zsófi 23 darabot? Itt van az égetőbe kiverted. Ó, köszi. Amivel para lesz, az a jaj! Par. Nem az egészet akartam kivenni. 23. Mert, ezt meg belerakom, ezt meg égetetitek tovább. Ja, a tarból nem ártan egy kicsit, csak bőr kell. Bőr, fine bad, minden. Figyelj, ez, minden, ez így a legegyszerűbb. Lop. Bőr is, úgy van kis tar. Seamus 93, kösz szépen a követést. Hello, hello, üdvít. Most mit hagytam ott? Ott hagytam a vasat, mi? Az Isten rúgja meg. Oké. Na majd lesz tar. Volt is még egy kicsike. Yeah, valaki legyen. Jó, készül a Steel Fire is, és akkor lesz acél. Éppen. Maci, mit csinál itt az acélos kemence előtt? Én csináltam magamnak acélt, és valaki lenyúlt az acélomat. Mert most már csak 13 van nálam, és 20 volt nálam. Nem hiszem, hogy mi nyúlkáltunk a te zsebedben. És nézek innen is kivette, nézd oda, kiszedi mindenhonnan. Mit csinált? Te, ahogy rohangálsz. Pakolok, itt... Igen, csak az... itt van, megvan, megtaláltam az enyémet. Véletlenül beleraktam a kemencétekbe, jó van? Már mentem is innen. Csak pakoljál. Nézd oda, majdnem nem lett meg a kemencére való. Gyorsan legyártjuk, amíg még megvan. A készelemeket pakolod amúgy valahova? Egyelőre nem. Szórakoznak itt ilyen nagyon nagy izéből, alapanyagból, hát minek az? Kisebbekből is szebbet lehet készíteni. Nem. Gyengépekből. Most mondom, hogy van hozzá egy láda ott a... Mi ez? Itt a hídnak a végén, ott jobbra van egy láda. Értem én, ne aggódjál, fasírt. Ne. Nyugi. Elemeket, ami a ház. Ez egy activity. Az a fehér láda, az a világ. Körül kell írni, hogy mi történik. Körül kell írni. A hardened bricket most hozom. Ez már úgy egész combos, az hello, nem jó itt. Most egy csomó mindent, úgyhogy... Abból lesz egy kevéske. Medikél, most tényleg leállítottad a gyártást? Hát kellett nekem egy kasszám, bocsánat. De nem rakja vissza, de most ki Iron Reinforcementet ki gyárt itt? Legjobb, így van, legjobb gombó. Lehet ezt vett, megnyomtam. Hát oké, csak vélető gyártottál 40-et, gyártattál. Tényleg teljesen itten ki vagyunk használva, ami belépő díjat kéne szedni. Amúgy igen. Én már lenyúltam, ami kellett nekem, ne aggódjatok. Na, én arra gondoltam amúgy. Ezt így szépen felszedjük. És akkor mikor... Na, és amikor bejön az ember... Na. Jó, meleg kandallóhoz érkezik meg. Még mindig díjaznám, hogyha be lehetne olvasztani bizonyos dolgokat. Oké. Okay. Szórakozol velem? Jó, megnézzük, hogy icsorból tudunk esetleg. Oda figyelj! Jó meleg kandalló! Ó, egy hal van itt, az nagyon karcsú. Megnézzük, hogy megnézzük, bogarunk van-e valahol, mert szerintem kell... Ó, a grinderben mit törnünk? Nagyon jó, nagyon csak jó. Csak ide van rakva? Ez egy igazán jó kocsma lesz. Valószínűleg csak úgy ott van hagyva. De öt fog tüsszenteni amúgy, hogy megőrültök. Azaz, és Grundár az amúgy... A kemikábéz amúgy egy hasznos dolog, azt nem kéne elkutyulni. Teljes mértékig gondolatolvasó. A szék nem jó irányban működik a szék. Jaj, Istenem, ezek a szék. Ja, halakhoz teszek megőrítenek a szék, komolyan mondom. Reméljük, hogy fognak jönni a halacskák jobban majd. Ettől. Hogy lehet ezeket a széket jobban beállítani? Ugye, megtaláljuk a módját, én szerintem ez így fog működni. Aha, egy kicsit pontosítok akkor, ha bárka letetsz egy elefánt bébit, akkor 91%-kal lesz sima elefánt. 5% eséllyel lesz Greater Elephant, ugye az a nagyobb, ugye a fehér. Mindig felé teszi azt, amire ül. És 4% eséllyel lesz mamut. Aha. Oké. Okay. Ez menő hangzik mondjuk.
Ez kifejezetten menőn hangzik. Akkor azt mondod, hogy most így, és ha én odafordítom... Hát csak egyelőre nem nagyon vannak bébieink. Így. Ugyebár, itt nálunk most egyelőre itt bukik meg a sztori maga. Ez nem nagyon van. Így. És akkor elméletileg így. Hát ez már jobb egy fokkal. Amúgy lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy meg kéne osztani a dolgokat, mert rengeteg ég egy helyen. Ez jó. Nem lenne egyszerű belülről lerakni? Belülről? Meg beögötelve! Mármint hogy belülről? Így? És akkor így mind a kettőben ég a vas. Jó, a fentiekben vas ég, lent ég a kő, meg lent ég az acélszívem, jó? Hallottam szó. Nézd, megnyomtam minden gombot. Ez túl egyszerű. Ott egy dolgot megnézek. Igazából ő ránézett a másikra, nem? Kicsit összedörgülődtek a lábaik. Jó, Istenem. Na! Okay, oda! Akkor így szvördök. Jó, szerintem ez így jó. Acélból nem lehet valamilyen kardot csinálni? Biztos, hogy lehet. Csak azok nem skinesek szerintem. A sima longsword az acélból készül, nem? Ez tetszett. Mindegy, ez biztos, hogy abból készül. És ez miért kerül amúgy egész életű 10 pontba? És a pajzsnak meg külön tároló helye van amúgy? Figyelj már, kutya. Gyere. Köszi. Szinte gondoltam, hogy pajzsnak külön tárolója van. Hát figyelj. Meglássam csak. Megoldjuk. Igazából ez a kocsma, ez egyre jobban tetszik nekem. Az a lényeg. Ide még teszünk egy asztalt, meg még egy asztalt. Jó. Jaj. Le is cseréltem a kardomat. És itt kint is lesz még asztal, meg minden. A falakat még meg kell építeni. És majd, hát majd be kell ezt fejezni. A villám, most már ezt legyártottam, úgyhogy nem akarok másikat, egyelőre ezt elhasználjuk. Weapon damage kitet, rá kéne csapni egyet. Van olajunk. Mert egy weapon damage kit. Így valahogy. Nem kellene. Még egyet. Még pár fákja, de... Mehetnek igazából ezek a dolgok. Opa, ez. Jobban mondva azt mondanám, hogy nem. Mert nem fákjából akarom, csak jelen pillanatban, amiből szeretném, azt nem nagyon tudom gyártani, mert ide nem fákjákat akarok tenni, hanem... mit? Hát tulajdonképpen a mozgás gyertyákat, de viszont egy-két ilyet készíthetnék. Lehet, hogy kéne egy kétkezes dárda, vagy nem. Simán lemegyünk vasért, úgyis égetnek vasat. Ez a polaroid se rossz, ugye? Steel polaroid. Leesett. Nem baj, nem sérült meg. Ez lesz most itt a másodlagos. Ezt a javelin helyére rakom, mert az a javelin nem annyira erős sajna. Ó, és akkor... ennek is a 28-as sebzésed. Hozunk olyan nagy lámpát, feltesszük fentre a mennyezetre. És akkor picit jobb lesz a hangulat belül. Kicsit fényesebb lesz. Ez így jó lesz. És okay. Akkor jobban lehet lesz látni és dolgokat. Illetve... kettő ilyen mehetne, meg ezt meg kéne javítani. Nem lehet is a többi. És akkor itt elkészítjük gyorsan. Ez pontosan mit ad, de valószínűleg jó lesz így. Na most már itt meg nincs itt, jöjj de. Oké, akkor ezt most már berakom ide a ládikóba. Négyet készítünk. Itt haladunk amúgy, nem tudom mennyire nézett szívem. Jó, és akkor még én akartam asztalt. Leginkább az egy, acél dolgokkal kettő, vagyunk lemaradva. Három asztal, hát igen, három de asztal. De lassan is gyártódik, nem? Hát szó, igen. Nem tudtam legyártani. Tehát sípódot az gyorsan lehet csinálni, igazából ezt a... jó. ...bricket is. És akkor fent készítem a többit, mert azt már nem akarom lenyúlni tőlük. A shape board-ot, amit ők is készítenek, azt készítek én odafent. És még kell a három asztalhoz 6 sok sajnos pad, amire le tudnak ülni.
És akkor majd még be kell rendezni az alsó részt, hozzá, a pincét is be kell rendezni, illetve a kinti részleget is. Ki az, akinek van ilyen sima H1-ja? És nem kell neki. Semmim sincs, nem tudok adni. Tudok csinálni pikpak. Van itt egy csomó szarvas. Hát én is azt fogom, hogy elmegyek szarvasra vadászni. Van az a skinezők és lekapod. Igen? Tényleg? Tényleg az milyen egy, neve? Egy szarvas ad 130 skinning bőt. Skinning knife. Várj. Iron skinning. Na, meg a probléma most ott kezdődik, igen. De én azt nem tudom. Kellene a kutyám, mert nincs nálam a fegyverem. Oh yeah! Miért is lenne nálam a fegyverem? Ha ez a butcher. Istenem. Nekem csak cleverön van amúgy, ami egy cleaver, ami több húst ad. Igen, igen. Van, mindjárt megmutatom, csak most már éppen. Már kitanulom a steelt, és akkor az jó lesz. Na Istenem, éppen ezt a szerencsétlen dögöt akarom minden előzni. Nincs húsom. Na mindjárt veszünk magunkhoz egy kis kaját. Most ugye nem a kutyám harcol vele. Ó, Istenem. Menj már fel, gyorsan. Hídni. Oké. Lesz egy kis sült hal szerintem. Menj már innen, te üdög. Na. Nem bezaváltam magam, meg iszok egyet. Ja. Na, egy kutya. Kicsit harcolni. Szóval. Megölök egy kis ezt-azt. Pince. Ugyebár itt van a bárpult rész. Persze sötétbe kell elindulni. Mikor lesz nappal? Itt van a bárpult rész. Andris vagyok. És akkor itt a kocsmáros itt szépen bejön, itt tudja kiadagolni a dolgokat. És itt a pince, amit még be kell rendezni. Itt vannak már a hordók. Aha, ott a tornádó. De majd a hordók teszek ilyen hangulatos gyertyákat. Hogy ott már sokkal jobban ér a tornádó. És akkor majd ott szeretném kiépíteni igazából az egészet. Igen, mit akartam? A fáért mentem. Fát akarok. Nem kapok érted húst, hagyd békén. Hát ez is sokkal jobban sebzem itt a steel cuccokkal. Oké. Okay. Kiformoljuk itt szépen a dolgokat még. És akkor már 1600 fa van nálam, hát normális vagy? Nem, az nem szarvas, ez ugyanilyen kő cucc. Gyorsan beslisszanunk. Ezt ne kérdezze senki? Ez nem tudom mi volt. Remélem itt lesznek szarvasok vagy valami hasonló, mert... Jó Istenem. Úgy látom van is ami kell nekem. Jó. Ezt ide át is húzzuk. Jó. Ide ott be is rakjuk. És akkor okay. Azt mondtam, hogy 6 darab bank kell. 2, 3, 4, 5, 6. Elmetelek 6 darabot készítek. Vagy gyertek mind a ketten. Az 5 darabet maradhat, csak mi tegyünk hozzá egyet, köszi szépen. Jó, itt az asztal, az is kell. Na veletek srácok, mint a kicsit alul maradtatok volna. És akkor nézzük meg, hogy hogyan alakítsuk itt a dolgokat, és akkor még azt mondom, hogy én még ide tennék. Oké. Okay. Ezek egymást is sebezgették? Igen, majd valamit teszünk ki, lehet kitenni amúgy persze. Megvan ez is. Belünk a szarvas arcába. Iron polaroidot így most már le is lehet szedni. Nem is tudom, hogy kéne. Igazából nem, inkább ide kéne tenni asztalokat még. Sőt, nem is keveset, így. Nem, mert várjál, oda táncos lányokat akartam. Hova az Istenbe lett? Akkor, húha. Vérzik a dög. Hogyan lehetne ezt kialakítani, úgyhogy jó is legyen? Hogy mentél fel oda? Köszönöm szépen a segítséget. Így kellene kialakítani. Menjetek már innen. A legjobb helyre jöttem el, hogy tele van ilyen kőgenyókkal. Meg majd egy pár táncos csaj, nagyon tetszik ez a kocsma. Pár, igen, a táncos csajok azok itt lesz a sarokban. Melegük is lesz, volt, nem lesz gond. Na jó, most már elég lesz. És hangulatos kocsmát. Nem tudom erre, mert nem akarok ezekkel a szutymákokkal harcolni.
összehozunk, és nézd, a szúnyog itt van a szemem előtt, hát majdnem lecsaptam amúgy. Dungeon Cat vagy Star Metal cuccokkal? Hát gondolom azzal lenne főképp érdekes. Cica! Jó, jól ülj le, jól van. Igen. És akkor ezt meg oda úgy. Nézd meg, szétverem az asztalt. Mit készítettem elméletileg lámpákat, ugye? Hogy készítettem volna. Ezek miért állnak ilyen furán? Na, ez miért állnak ilyen furán? Ez már láttam én, hogy valamelyik nap is, hogy amikor nézegettem, hogy miket lehetne építeni, hogy miért áll ilyen furán ez a lámpa. Hoppá, hoppá. Hozzá kell tenni, hogy itt ez azért annyira nem jól néz ki ez a lámpa. A vad, amire én jöttem el. Ez valami gubanc van ezzel a lámpával. Persze semmit nem látok. Hello, Medi! Hello. Jézusom. Jót csinálsz itt? Gondolom csak nálam van itt a házban egy fa. Igen, nálam nincsen is, remélem nem is lesz ott. Max, a vicces mondok, kivághatod, aztán használhatod gyújtósnak. Kivágom, mint... Jól néz ki amúgy. Es. Hát ez meg is az volt. Az még nincs kész, igen. Nem, a fa miatt majdnem nem bírtam fölmenni. Ja, hogy neked itt még mindig itt a fa. Jó. Hát nem is egy fa, konkrétan három fa van a házadban. Figyelj, miért nem vágod ki a fákat? Nincs sem hely. Sip, hogy bírok nem menni. Tudja, de akkor adjál valamit, és akkor azt átveszem addig. Nézd meg, hogy egyáltalán ki tudod vágni. Mit dobjak még ki, hogy könnyebb legyek? Így, ez most épp, hogy bírok mozogni. Vissza tudok szaladni. De jó, na várjunk. És itt van még egy szarvas. Lehet, hogy nem is tudod kivágni, mi? Ki tudod vágni? Á, na hát itt ezt nem. Hát akkor az neked nincs is ott, aha. Nem, nem. Kéred vissza az oszloparat? Visszaadhatod, igazából mindegy. Figyelj már, Medi, ne menjél. Igen? Ezt miért nem tudom rendesen lerakni, ezt nézd már meg nekem. Ezt a mennyezetre szeretném feltenni, és miért ilyen Ferrinek akarja feltenni? Nézd meg, az ilyen nagy harcos megjött. Hájjá! Láttató! Sosem voltam. Na neked miért rakja normálisan fel? Hát nem tudom. Figyelj, ide rak már nekem egyet valahova, ide valami középtájékra, ide fentre, hogy bevilágítsa a teret. Majd egyszer majd elrendezem. Király vagy, köszi szépen. Tudom, hogy neked miért rakja le normálisan, nekem meg nem. Tessék. Kösz. Szívesen. Nézzetek oda is, neki. Miért rak? Nézd meg is, most már jó lett nekem is. Nézd oda! Jó, hogy ez az a cucc, ami Andrison van. Aha! De az azért elég fullos, nem? Andris neked megkötődjed. Az a helyzet, Medi, hogy megjavítottad a lámpát. Most már is le tudom rakni. Semmi. Mi van? Még egyszer nem értettem, jó? Semmi. Jó a légzésed. Ez nagyon szarduma. Jézusom! Hallod, cica? Jó a légzésed is. Ne! Don't do this! Jó, hát igazából ez a kocsma, ez majd egyszer készen lesz, úristen. Nagyon sok minden van még, amit tenni kell. És amit a... Nyuszi Fügy, szerintem nem te kérdezted. Valaki mondta bejárathoz. Bejárathoz az állatfejek, azok itt vannak ugyebár. Egyszer. És itt a legalján vannak mégis, akkor itt van az őz. Nagyon fájt. Amit ki lehet tenni, a szarvas, a medve, inkább én medvét fogok kitenni amúgy. Egy jó kis medvefej. Farkas. Tanuld már ki, miért nem lehet tanulni ki? Oké. Na megnézem, hogy hogy állunk most. Egy finom, prima minőségű vas, amit innen hoztam a közeli tájakról, jó, meg fenékbe billentjük a tevét. Ezeket
kiteszem mert, készül 250 acél. Véletlenül rányomok, akkor elkezdem itt készíteni. Nyomjunk is, mennyi volt ott készen? Dolgokat, dohányzó asztal, mert hát vannak olyan emberek, akik dohányoznak. Ez 10. Stelbar. Hardened brickből is egy jó bő 100-as. Na gyerekek, annak örülök amúgy, hogy ez a... Hát oázisnak azért nem nevezném, mert nem a sivatag kellős közepén vagyunk, de ez a kis helység, ahol most vagyunk, ez elég gazdag alapanyagokban, úgyhogy ilyen a szempontból de. Problémánk a későbbiekben szerintem nem lesz. Elég az a gazdag a Black Ice, azt honnan szereztük? Ja, azt a jobb lenti vagy bal lenti jó. Kis szigetről, nem? Ez mi? Volt hol együtt voltunk. Van ilyen lőhely is amúgy. Találtam itt nem messze is szerintem Black Ice-t. Három ilyen nagy, ilyen halfejű őrzi. Akkor meg is vagyunk mentve. Jósak szerint elviszem magammal a tevét, azt telepakolom Black Ice-szal és visszajövünk majd, ha kell a Hardened Steelbarhoz. Bárhoz nem tudom pontosan összem. Az is kell majd még valami. Black Ice-szal kéne kiégetni? Igen. Köpőcsésze is kell? Fasír, az melyik az a köpőcsésze te? Jézusom! Jó Isten! Hallott cica, honnan vetted ezt a hegyes pólót? Na ne! Ezek nagyon rossz dumák, ezeket köpőcsésze, bárki előtte figyelj, már. Mondd meg melyik neked a köpőcsésze. Ez? Akár lehet ez is köpőcsésze, hogy ez? Maximum poénból tudom elképzelni. Figyelj, egy, kettő vagy a három. Mondd meg melyik legyen a köpőcsésze. Rakunk olyat is, mindent. Jó, úgy igazából tányérokat is rakhatunk. Na ez a hang vagy dolog is? Szarvas fejek kandaló felé. Ennyi szív, hogy meg. Teljesen jó, teljesen jó. Ötletnek? Jó Istenem, ezek a parok amúgy igen furán mozognak. Ó, feedboxot lehet, hogy kéne tenni majd gyűsz? A tüzének. A tevének, ugye? Tehát hát, tudjuk. Hát valami kaja kell neki. Nem egy akkor, ha már nem a három után. Akkor nem. Mi? Egy Blanc akkor, ha már neki? Nem a három után. Az én egy, az... Te milyen szasorban bemondtam neked? Erre gondolsz amúgy? Jó. Fasírt. Erre gondolsz? Ez szerintem úgy szimplán kis tányér. Kis boxos. Tányért is rakhatunk le, étkezhetnek is az emberek igazából. Van. Jó kis szarvas fejet kell. Itt az etető, nem tudom ez az etető ez mekkora. Alatta levő jobb. Ez. És most leraktam ugye a kardomat természetesen. Ilyet nem rakok ilyen nagy köcsögöt. Annyira nem nagy. Az az alatt a levő, akkor ez nem. Egy éteve. Eszel? És rendesen ott van benne a kaja. Most le kell menni vasér. Ezt így berakjuk, ez nem kell. Most ez se kell. Ez se. Eskül. Nem a köcsög. Jó, hát jó. Nyugi. Csak megkérdeztem, ezért biztosra menjünk. Baltánk az marad, ez se kül. Tudjuk már futni egy kicsit, mert már kezdem unni. Zsufi annyira észre se vesz, hogy itt vagyok egy ilyen turbánban előtte. Le vagyok kaki. Silk. Hát az nekem most is kéne én. Díszítéshez, de az nem nagyon van. Van itt egy kis izé. Minek tányér asztalra lesznek? Szilkünk az nem nagyon lesz amúgy, sőt egyetlen igaz, lesz. Igaz, jogos. Egyenek, mondjuk igazából egy az nagy tányér, ugyebár van ez a nagy tányér, ami majd ilyen betrényt az egész asztalt, olyan tányér kell, pókok és akkor kigolni középen mindent, és akkor nem messze, de elég durjad a havat, mondhatnád neki akkor utána. Pókokat találtam, de van ott egy boss is. Hát ezt a falat nem fogja meg. Egy ilyen hatalmas pók. A fatál, jó. Nagy pókhálós hídon, ott nem az a baj, ez a fatál az amúgy... Igen, hát igen, arra gondoltam, igen, a fatálra. Én annó voltam, ott ahol lakom, ott a környéken van egy ilyen... Nem etetjük ilyen holmi, hát, én ókori stílusban egy ilyen... Ókori... Középkori stílusban egy ilyen kastély, egy ilyen vár. És ott lehet így étkezni, hogy ilyen fatálban így ledobják neked a dolgokat, aztán nesze, ne se parast egyé. Itt lenyúljuk. Azért egy dupla ekkora épület lesz, sőt, magasságban még ugye magasabb lesz, mint az. Szélességben ugye úgy fog feljönni, ugye ott oldalra nézzük is. Nézzük meg ezt, hogy ez milyen. Azért ez brutál nagy lesz ez a ház. Táncos lányoknak amúgy először kéne valami szörnyek. Először megépítjük, aztán
Végig a pályát, hogy teszünk nekik valami szőnyeget majd. Tudjuk majd használni is. Megnézzük, hogy melyik a legnagyobb szőnyeg. Nem használjuk semmire. Biztos jó lehet, amúgy olyan hangulatosak az, az ilyen étkezőhelyek, én nagyon szeretem. De lassan készülnek itt a dolgok, te jó ég, közben Maci is jön lopni. Nem, most éppen amúgy Maci most idejött a hídre, és fogalmas nincs, hogy miért jött, nem tudom miért jöttem. Ja, izé, azt akartam megkérdezni, ősz fej, az nincsen valakinél, amúgy annyira varáztatok őzre. Nem nagyon. Mit csinálják? Mit csinálják a fejével? Kiraknád a falra, vagy mi? Hát a bejárat a tűzhelyhez akartam kitenni a hajgyet. Hát itt van az ősz, úgyhogy keresek itt, levarázok egyet-kettőt. Itt az ősz, itt nyújj. Júj, ez csúnya volt. Ez fájt. Felnézek a medihez, hogy ő mit csinál. Figyelj már, te hogy kaptad el az őzeket? Ha más gondolom, akkor kettőször bele tudsz jutni, és akkor Medi! Elérzik. Medi, elmegy nélkülem az elevétőröd, mi az Isten ez? Hát, ja, az egy kicsit az bugos. Velem, nekem is bugolt egy kicsit. Azt figyeltétek azért, egy győzfejbe figyelt. Hogy sikerült megoldani? Bár mondjuk a másik az jobb a lenne. A másik Richteré, szóval. Szarvas, az jobb lenne. A másik az működik. Állj már meg az anyádba. Állj meg! Azért van kettő, hogyha az egyik lesz lenne. Ez komoly? Hát az egyikkel fölmehetsz, a másikkal meg le. Megyünk a medit le, gyilkoljuk. Nem. Benézzünk kecske, hozzája. Nekem ő kell, konkrétan ő kell. Medi amúgy tök jó dolgokat tud építeni. Jó, mondjuk elég csóró ez az épület, amit alapanyagját tekintve, de... What is that? Meg... Jó, de az alap megvan, tudod, aztán már át tudja utána alakítani jobb nyersanyagúra. De ezt nem kell, ez pont így hangulatos, hogy ebből van amúgy. Hát ez rohadt menő így. Ez szarvas, az kell, hát a szarvasnak a feje kell, hát aggancsos. Ja. No. Mi ez a pahota? De fel lehet vagy ugrani? Az anyám, hogy te is itt vagy az útban. Nem lehetett lerakni a tetőt rendesen, úgyhogy... Lyukas, de legalább szimmetrikus. Ekkora szerencse. Most hát ezt el nem kapod amúgy. Ne haragudjon kisasszony. Felmászhatok a plafonjára? Hát ez csalik. Igen. Ez olyan éveket használ, hogy... Na most, ha még lenne egy kis staminám, ki tudnék mászni a tetőre. Állj már meg! Amúgy van valamilyen háromszögelem, nem? Ilyen halna az ember, hogyha harcolna kéne. Háromszögelem az van, de... Meg van simából csúcsosabb. Na, nézzük meg azt a medit, hogy ő mit épített amúgy. Ezek hát, szerint most már igen. Rúd? Biztos. Igen, rúd is kell nekik. Tudom, hogy egy liftet leküldtem. Én a tetőre van megyek ki, mert azok a háromszög elemből készültekről lecsúszok. Úgyhogy... Értek, a kocsmán minden látszik amúgy? Látszik. Bemászunk a Medinek az házának az oldalán. Amúgy rohadt jó ez a cucc így. Jól néz ki, Medikém. Az a lift egy kicsit lassú. Köszönöm szépen. Jaj. Ne! Húha, az ugrott. Elpászol le, estem én is. Tetszett a zuhanás, végignéztem. Láttam! Egy részét láttam, igen, mondom. Már megnézem Medit, hogy mit épített, és közben látom, hogy zuhansz. Na, mióta játszunk amúgy? Nálam 3 óra 48 perc megy. Mi van? Úristen, ne szívassatok! Ugye? Azóta megy az ilyen... Csak pakolgátok jobbra-balra. De srácok, akkor viszont... Wait a minute, sztoly van. Mert azt érzem, hogy fáradok, de hogy úgy... Nyomnám mégis így... Vagytok is még, most mi az Isten? Na mindegy. Nos igen srácok, én is lelövöm. Nem, mert én nem táncolom. Így lelövöm a live-ot, ezt a kocsmát, ezt majd befejezem. Nem tudom, mikor fogom befejezni, de majd mindenképpen fogom nektek mutatni. Az a helyzet, hogy én lehet, hogy a következő Stark Live-nál én nem leszek, sőt az azután én se, nagy valószínűséggel, de akár még bemutathatom majd nektek egy live keretében ezt a dolgot. Mindenképpen bepótolom, megépítem. Úgyhogy legyetek jók, köszönöm szépen mindenkinek a követést, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Fasírt,
Csak óvatosan ne, hogy felfaljanak téged. Jó ét mindenkinek, pacsi pacsi, legyetek jók, szevasztok.